Tisztelendő László úrnak, a Budai Egyház prépostjának, apostoli főjegyzőnek a felséges Mátyás király alkancellárjának. András előszava a magyarok krónikájához. Tisztelendő uram! A korábbi években, amíg Láciumban éltem és megtapasztaltam, mi nagy hasznára és díszére válnak az emberi nemnek azok a férfiak, akik kitűnve nagy tehetségükkel istenes szorgalmukat könyvek nyomtatására fordítják, elhatároztam, hogy erőmhöz mérten magam is jártasságot szerzek ebben az oly nemes és kiváló foglalkozásban. Azzal a hogy hogyha végül valami eredményt érhetek el benne, azt ne csupán a magam, hanem a többi halandó hasznára is fordítsam. Ennél fogva, miután hála Isten jóságának, kívánságomhoz képest már valamelyes előrehaladást tettem benne, és ennek folytán tekegyelmed meghívására Magyarország híres királyságába jöttem, és időm is volt rá bőven, óriási és sok napot igénylő munkát vállaltam magamra, tudnéllik Pannónia krónikájának kinyomtatását, tehát olyan munkát, amely hitem szerint minden magyar ember számára kedves és szívderítő. Ugyanis mindenki a szülőföldjét szereti elsősorban, többre tartja a földkerekség más tájainál, és a hon minden szülöttje leginkább azt akarja megismerni, milyen életet éltek az övéi, hogy utánozza, ha valami nevezetest és említésre méltót talál benne, vagy okulva óvakodjék tőle, ha tudomást szerez arról, hogy azok némely dolgot kevésbé szerencsésen intéztek. Ám de amikor azon gondolkoztam, és magamban hosszasan azon töprengtem, hogy kinek ajánljam sok-sok napi fáradozásom eme első gyümölcsét, rajtad kívül, tisztelendő uram, senkit sem találtam. Hiszen egyrészt te tettél érdekemben a legtöbbet, másrészt a magamra vállalt munkát nélkület sem elkezdeni, sem befejezni nem tudtam volna. Fogad tehát a csekély ajándékot, amelyet joggal kiválóságodnak ajánlok, mivel e vállalkozásnak legfőként te voltál a kezdeményezője, így illő, hogy részed legyen eredményében is. És ha napról napra nagyobb műveket fogok majd nyomtatni, úgy hiszem, azokat is a te fényes nevednek kell majd ajánlanom. Kezdődik a krónika első része a magyarok eredetéről, Skitiából Pannoniába településükről, a különféle nemzetek ellen viselt háborúikról, továbbá kiüzetésükről és Skitiába való visszatérésükről. Továbbá, hogy az özönvíz pusztítása következtében Noén és három fián és ezeknek feleségein kívül minden élőlény elpusztult, 72 törzs származott végül Sémtől, Kámtól és Jafettól az özönvíz után. Sémtől 22, Kámtól 33, Jafettől 17. Ezek a törzsek pedig akkor, miként Józefus mondja, a Héber nyelvet használták. Az özönvíz utáni 201. évben aztán az óriás Nemrót, Tana Jafett magvából való fia, egész rokonságával együtt egy tornyot kezdett építeni az elmúlt veszélyre gondolva, hogyha esetleg az özönvíz megismétlődnék, a torony védelmében megmenekedhessenek a bosszuló ítélet elől. Azonban miután Isten titokzatos végzése, amelyel emberi értelem nem képes szembeszállni, úgy megváltoztatta és összezavarta beszédjüket, hogy még a legközelebbi rokonok sem értették meg egymást, végül is különböző vidékekre szóródtak szét. Ebben a toronyban ugyanis Amint Józefus elbeszéli, nem rót az Istenek templomai tiszta aranyból készítette, a palotákat a drágakőből, az oszlopokat aranyból, az utakat különböző más más színű kövekkel burkolta. A négy szögűre épített torony egyik szögletétől a másikig 1015 lépés hosszú, és ugyanannyi lépés széles volt. Magassága még nem volt mérték szerint befejezve, de elgondolásuk szerint egészen a hold köré kellett volna emelkednie. Az alapfal vastagsága pedig 300 lépésnyi volt, és fokozatosan vékonyodott, hogy a vastag alapfal könnyebben hordozhassa a föléje emelkedő nagy súlyt. Egyiptom és Núbia között terült el, és romjait mindmáig láthatják azok, akik Memphisből Alexandriába mennek. Elhagyva tehát az eseményeket, amelyek a tárgy kiszínezését szolgálják, térjünk vissza a megkezdett tárgyhoz. Nem rót óriás a nyelvek összezavarodása után, mint mondják, Ejvilat földjére távozott, ezt a vidéket abban az időben Persisnek nevezték, és itt két fiút nemzett feleségétől, Enétől, mégpedig Hunort és Magort, akiktől a hunok, vagyis a magyarok származnak. Azonban nem óriásnak, mint mondják, Enéhen kívül más feleségei is voltak, és Hunoron és Magoron kívül más fiúkat és leányokat is nemzett. Ezek a fiai és ezeknek az utódai Perszisz vidékén laknak, termetre és bőrszínre a hunokhoz hasonlók, csupán a nyelvükben különböznek tőlük egy kisé, miként a szászok a türingiaiaktól. Mivel pedig Hunor és Magor nem rót első szülöttjei voltak, anyjuktól külön válva külön sátrakban laktak. Történt pedig, hogy egy napon kivonultak vadászni. A pusztaságban egy nőstény szarvas került eléjük, futott előlük, és ők a meótiszi mocsarakig üldözték. Itt eltűnt előlük, és bár sokáig keresték, semmiképpen sem tudtak rátalálni. Bejárván tehát az említett mocsarakat, nyájaik táplálására alkalmasnak találtak. Majd miután atyjukhoz visszatérve tőle engedét kaptak, minden vagyonukkal a meótiszi mocsarak közé vonultak, hogy ott letelepedjenek. A Meotiszi vidék Perszis tartományal határos, és egy gázlón kívül minden felől tenger veszi körül. Folyóvizekben, forrásokban, fűben, erdőben, halakban, madarakban és vadakban bővelkedik. Nehéz oda be és onnan kijutni. A Meotiszi mocsarakba költöztek tehát, öt évi ott is maradtak, ki sem mozdultak belőle. A hatodik évben azonban kijöttek, és a pusztaságban véletlenül rábukkantak a férjük nélkül sátrakban ott maradt asszonyokra, és berek a fiainak gyermekeire, miközben azok a kürt ünnepét ülték, és kartáncot jártak a kobosz hangjára, gyorsan rajtuk ütöttek, és a meótiszi mocsarak közé vitték őket minden vagyonokkal együtt. Ez volt az első zsákmányolás az özönvíz után. Úgy esett, hogy ebben az összecsapásban a többi gyermek közt Dulának, az alánok fejedelmének két leányát is elfogták, az egyiket Hunor, a másikat pedig Magor vette feleségül. Ezektől az asszonyoktól származnak az összes hunok, valamint magyarok. Történt pedig, hogy akkor már hosszabb ideje a meótiszi mocsarakban laktak, igen erős néppé kezdtek növekedni, és ez a vidék sem befogadni, sem táplálni nem tudta őket. Felderítőket küldtek tehát innét Szkítiába, és miután a Szkíta vidéket igen ravaszul kikémlelve felderítették, ebbe a hazába vonultak be gyermekeikkel és csordáikkal, hogy ott lakjanak. Amikor ebbe az országba bevonultak, Alproszúr lakosokat találtak benne, akiket most pruténoknak neveznek. Elpusztítván, kiűzvén vagy leöldösvén őket, mint ismeretes, mind a mai napig birtokolják ezt az országot szomszédaik akarata ellenére. A Skita vidék ugyanis Európában terült el, és kelet felé terjeszkedik. Egyik oldalról az északi tenger, a másikról pedig a Rifeus hegyek fogják közre. Kelet felől Ázsia, nyugat felől az Etel folyó, vagyis a Don határolja. Az ott sarjat népek szeretik a tétlenséget, lealacsonyító természeti tévhitek rabjai, szeretkezésre hajlamosak, szeretik a zsákmány szerzést. Általában inkább sötét színűek, mint fehérek. Skitia ugyanis összefoglaló kifejezés, de országlás szempontjából három területre oszlik. Tudnélik, Baskardiára, Denciára és Mogoriára. 108 tartománya is van. Hunor és magorfiai osztották fel réges-régen, mert 108 utót származott az ő ágyékukból, amikor a meótiszi mocsarak közül bevonultak Szkítiába. Szkítia országhoz kelet felől az Iuriánok országa csatlakozik, és ezután Tarsia, végül pedig Mangália, ahol Európa végződik. A délkeleti égtáj felől fekszik a Korezmi nép és Etiópia, amelyet kisebb Indiának is neveznek. Azután a déli irány és a Dom között egy áthatolhatatlan pusztaság terül el, a vidék szélsőséges éghajlata miatt különböző fajta kígyók élnek itt, malacnagyságú békák, és itt tenyészik a baziliszkusz, és sok-sok mérges állat, tigris és unikornis. A Don hatalmas folyam, Szkítiában ered, és a magyarok etelnek nevezik. Ott, ahol a Szkítiát körülvevő havas hegyeken keresztül utat tör magának, elveszíti ezt a nevét, és Donnak hívják. Délfelé és ennek a folyónak a táján terül el a kitaj nép és az alánok népének országa. Végül a Kerek tengerbe ömlik háromákban. Egy másik igen nagy folyó is ered a szkíták országában, a Togata nevű és lakatlan erdőségek mocsarak és hóborított hegyek között kanyarog, ott, ahol a nap soha nem világít. Végül hirkánia a földjére lép, és az Északi tenger felé fordul. Szkítaország hosszúsága állítólag 360 stádium, szélessége 190. Olyan védett a fekvése, hogy egyetlen helyen, egy igen kicsi gázlón keresztül van csak odavezető út. Emiatt ezek a szkíták semmiféle hatalomnak, még a Makedónnak sem voltak semmikor alávetve. És ezért hívják őket demptinek, azaz minden hatalom alól kivetteknek tinek hívják őket a fogas voltuk miatt is, mert amiként a fogak mindent összelágnak és összemorzsolnak, úgy morzsolták össze ők az összes más nemzeteket. Ezért hívták őket a rómaiak Isten ostorának. Ami az említett Szkítia földjét illeti, úgy tartják, hogy egyes vidékein igen dúsan van erdő és berek, füve kellemes és gazdagon bővelkedik mindenféle állatokban. Kelet felől a besenyők és a fehér kunok a szomszédai. Nyugat felől, az Északi-tenger környékén, amely szomszédos vele, egészen Szuzdáliáig, az emberi nem számára áthatolhatatlan, lakatlan erdőség terülel, mert, mint mondják, nagy területre terjed ki, és kilenc hónapon keresztül állandóan sűrű felhő borítja. A napot itt az említett hónapokban nem lehet látni, csak június, július és augusztus havában és akkor is a napnak csak is annyi órájában, amennyi idő a hatodik órától a kilencedikig eltelik. Az említett pusztaság hegyeiben kristály található, griffek fészkelnek benne, és, mint ismeretes, legisfalk madarak, melyeket magyarul kerecsetnek neveznek, költik ki itt a fiókáikat. A világ hatodik korszakában tehát a hunok megsokasodtak Szkítiában, mint a tengerpartján a föveny. Az úrnak 328. évében egybe gyűltek, és miután maguk közül kapitányokat állítottak, Bélát, a zemein nemzetségből eredő cselefiát, ugyanennek a testvéreit, kevét és kadocsát, Atilát, kevét és budát, bendegúz fiait az érd nemzetségből, elhatározták, hogy megrohanják a nyugati nemzeteket. A 108 törzsből egymillió felfegyverzett férfiút választottak ki, Tudnélik, minden egyes nemzetségből tízezret, más hunokat pedig szkítiában hagytak, hogy lakóhelyüket és országukat az ellenségtől megvédelmezzék. Mind a mellett egy bírót is állítottak maguk közül, népszerint Kádárt a Torda Nemzetségből, hogy a viszálykodók pörösködését elcsendesítse, és a tolvajokat, utonállókat és gonosztevőket megbüntesse, de azzal a feltétellel, Hogyha ez a bíró nem jogszokás szerinti ítéletet hoz, a közösség érvénytelenítheti, a tévedő bírót és a kapitányokat pedig leteheti, amikor akarja. Ez a törvényes szokás a hunok, vagyis a magyarok között egészen Gejtsa vezérnek taksony fiának az idejéig megtartatott. A magyarok megkeresztelkedése előtt a várakban a kikiáltó így hívta hadba a hunokat kiáltozván, Isten és az egész közösség hangja, hogy mindenki ezen és ezen a helyen fegyveresen, vagy ahogy van, köteles pontosan megjelenni, hogy meghallgassa a közösség parancsát és tanácsát. Aki a rendelkezéssel nem törődött, és nem tudta okát adni miért, Skit a törvény szerint karddal ketté hasították, vagy száműzték, vagy könyörtelenül a közösség szolgáinak sorába taszították. Tehát a vétkek és az ilyenféle kihágások különítették el az egyik hunt a többitől. Különben, minthogy egy apa és egy anya nemzette és szülte az összes hunt, hogyan is lett volna mondható, hogy az egyik nemes, a másik pedig nem ha nem ilyen bűnös esetek miatt volt valaki elítélve. Ekkor az összes kapitányok egy lélekkel és egy elhatározással kivonultak Szkítiából. Bevonultak hát a besenyőkhöz, és a fehér kunokhoz, azután a szuszdáliaiakhoz, ruténokhoz, majd pedig bevonultak a fekete kunok földjére. Innen kiindulva elérkeztek a Tiszához. Miután ezt a vidéket gondosan megszemlélték, egy szívvel lélekkel elhatározta az egész gyülekezet, hogy nem vonulnak tovább asszony népükkel és sordáikkal, mert asszonynéppel néppel és kordékkal, meg sátrakkal vonultak el szülőföldjükről. Ebben az időben Pannóniát, Pamfiriát, Frígiát, Makedóniát és Dalmáciát a Longobár származású, Szabáriában született Matrinus tetrarha kormányozta, és bár a fegyverek forgatásában járatos volt, mégis amikor meghallotta, hogy a hunok a Tisza mentén letelepettek és napról napra pusztítják országát, félt saját országának neveltjeivel megtámadni őket, és a rómaiakhoz küldte követeit, kérve, hogy adjanak neki segítséget a hunak ellen. Ugyanis a rómaiak kegyelméből uralkodott az említett országokban. A rómaiak pedig ebben az időben önszántukból maguk fölé emelték királynak az aleman származású veronai detriket. Őt kérték, hogy vigyen segítséget Matrinusnak. Ez örvendező lélekkel beleegyezett, kivonult itáliai és germániai seregével, meg a nyugati rész egyéb vegyes hadinépével végre megérkezett száz halomra. Ahol a longobárdok már összegyűltek, potenciálna város mellett, hogy megtárgyalják Matrénusszal a haditervet, hogy vajon átkelvén a Dunán sátraikban szálláshelyükön támadják-e meg a hunokat, vagy pedig más alkalmas helyen. Míg tehát Detrik és Matrinus ezekkel a tervezgetésekkel és tárgyalásokkal foglalatoskodott, a hunok az éj alatt Szikambriánál tömlőkön átkeltek a Dunán, és Matrinusnak és Detriknek a mezőn tanyázó seregét, amelyet potenciána városa nem tudott befogadni, kegyetlenül lemészárolták. A rajtaütés miatt elkeseredve Detrik tárnok völgy mezeire vonult, hogy megütközzék a hunokkal. Az ütközetben mondják, le is győzte a hunokat, de az övéinek igen nagy vesztesége és pusztulása árán. Akik pedig a hunok közül életben maradtak, a tiszántúra menekültek. Ezen a napon a hunok közül 125 ezren estek el. Keve kapitány is ott pusztult, az ütközetben lekaszaboltak között. Detrik és Matrinus seregéből pedig, azokat, akiket sátrukban a mezőn kaszaboltak le nem is számítva, 210 ezren estek el. Detrick látván, hogy népének milyen pusztulása esett az ütközetben, a csata utáni második napon túl városa felé vonult, amelyet akkor Pannonia városai között az olaszok városaként tartottak számon. városa Ausztriában van, három mérföldre Bécstől. Amikor a hunok megtudták, hogy ellenfeleik elvonultak, visszatértek az ütközet színhelyére, és társaiknak holtestét, meg keve kapitány a szokás szerint ama köves út mellett, ahol egy tisztelettel övezett kőbálványt is emeltek, illendően eltemették, és a helyet, meg a környékét keveházának nevezték el. Miután pedig az előbbi ütközetben kitapasztalták a rómaiak bátorságát és harci jártasságát, talpra állítva seregüket, Túln városa felé vonultak, ahol ellenfeleik gyülekeztek. Detrik és Matrinus állítólag Cezma úrnál szállt szembe velük, és a reggeltől a kilencedik óráig tartó ütközetben a rómaiak vereséget szenvedtek. Matrinus is meghalt, Detriket pedig egy nyíl sebezte meg a homlokán, és a rómaiak egész hadserege elpusztult és megfutamodott. A hunok közül 40 ezren pusztultak el ebben az ütközetben, Bélát, Kadocsát és Kevét is ott tölték meg. A holtestüket elszállították innen, és az említett bálvány közelében temették el. Mivel a rómaiak hadserege Cezmaurnál szétszélett, ettől kezdve sok-sok éven keresztül nem lehetett összegyűjteni őket a hunok ellen. Ekkor a hunok római szokás szerint Attilát, Bendegúz fiát, aki előbb egy volt a kapitányok közül, maguk fölé emelték királyuknak. Ő pedig a testvérét Budát megtette a Tisza folyótól a Donik terjedő terület fejedelmének és kormányzójának, önmagát pedig a magyarok királyának hivatta. Címzését ugyanis ilyen formában iratta. Attila, Isten kegyelméből Bendegúz fia, aki Engaddiban nevelkedett, a nagy nemrót unokája, a magyarok, médek és gótok királya, a földkerekség réme és istenostora. Attila király pedig sötétbőrű volt, haragos szemű, büszke járású, széles melle, hosszú szakálla és mód felett érzéki természete volt. Nem szeretett pénzt tartani kincses ládájában, merészségben mértékletes, az ütközetekben igen ravasz és gondos Testi erejéhez illően bátor is volt. Szándékában nagyra törő, fegyvere fényes, sátrai és ruházata tiszta. Az idegen népek szerették, mivel bőkezű, barátságos és természeténél fogva jókedélyű ember volt. Ővéi rendkívül módon tartottak tőle, és ezért a különböző nyelvű népek hozzá özönlöttek a földkerekség határairól, ő pedig lehetőségeihez mérten bőkezű volt hozzájuk. Volt tízezer kaszás szekere is. Különböző hadigépe és mindenféle hadifelszerelés, amelyekkel a várakat és városokat ostromolják, ezeket magával szokta vinni hadjárataiba. Hozzászokott ahhoz, hogy különböző országok különböző szokásai szerint készült sátrai legyenek. Mégis volt egy híres és nagyszerű sátra, csodálatosan egymáshoz kapcsolt aranylemezekből melyet a sátorverők tetszése szerint lehetett szétszedni és újból összeállítani. Oszlopai aranyból voltak, a közepük üres, eresztékei pedig kihúzható szerkezetek. Ezekkel az eresztékekkel kapcsolták össze a drága kövekkel kirakott oszlopokat. Istállói is, amikor hadba vonult, tele voltak különböző országok lovaival, amelyeket, bár úgy látszott kedveli őket, Bőkezően ajándékozgatott a rászorulóknak, úgyhogy néha alig maradt két lova a lovaglásra. Ezeknek az istállóknak gyolcsból és bíborból volt a felszerelése, a királyi nyergek pedig aranyból készültek és drágakövekkel voltak kirakva. Asztala egészen aranyból volt, sőt a konyha edényei is. Ágyát pedig, amely a legtisztább aranyból készült, csodálatosan remekelve, magával szokta vinni a hadba is. Ilyenféle és egyéb evilági pompában élt Attila, a hunok dicsőséges királya. Hadserege pedig az idegen népeket nem tekintve egymillió fegyveres férfiúból állt, és ha történetesen egy szkíta meghalt, azonnal mást állítottak helyette. Hadi népének fegyverei leginkább bőrbőr -bőr és különféle fémekből különböző módon voltak készítve, íjat, hegyes láncsát, valamint oldalukra kötött kardot viseltek. A címer, amelyet Attila királyi pajzsán szokott viselni, egy sólyomhoz hasonlított a fején koronával. Ezt a címert hordozták mindig a magyarok is egyesült seregükben egészen taksony fiának, Gejcsa vezérnek az idejéig, ami közösség önmagát kormányozta. Miután a Cezmaurnál megvívott ütközetből a hunok győzelemmel visszatértek sátraikhoz, néhány napig a Tiszántúlón maradtak feleségükkel. Ezek után Attila király szőnynél ünnepélyes udvart hívott össze, amelyre a veronai detrik is eljött, Germánia fejedelmeivel, és, mint mondják, teljes hűbéri hódolatát és tiszteletét fejezte ki Attila király iránt. Aztán arra ösztönözte a királyt, hogy személyesen vonuljon a birodalom nyugati vidékeire, mert ott nagy zsákmányt szerezhet. A hunok megfogadták a tanácsát, azonnal hadat hirdettek, és kivonultak Szikámbriából. Attila király először, mint mondják, az illéreket támadta meg, azután Konstanz országán haladt keresztül. Zigimundus király nagy sereggel szállt szembe vele Bázel mellett, de Attila egész hadinépével együtt felmorzsolta és uralma alá hajtotta. Ebből a helységből távozva a rajna melletti Argentína városát vette ostrom alá, amit a rómaiak egyetlen császárja sem tudott kezdettől fogva ostrommal bevenni, azt Attila bevette, és a városfalát több helyen lerombolta, hogy mindenkinek, aki arra tart, minden nehézség nélkül szabad bejárása legyen, egyben a legszigorúbban kihirdette, hogy az ő életében senki a falat fel ne húzza, és hogy a város ne Argentínának, hanem Strasbourgnak nevezzék, a sok út miatt, amelyeket a falában nyittatott. Miután tehát seregét Argentína alól elvezette, Luxeuil, Byzanson, chalon sur saône Macon, Langre, Bur és Lyon városokat földig leromboltatta. És innen távozva a Rón mentén megérkezett Katalaunumba. Itt állítólag megosztván hadseregét, tudnélik hadi népének egyharmadát válogatott kapitányok vezetésével, Miraman Muna a leghatalmasabb szultán ellen küldte. Ennek hallatára Miraman Muna, mint mondják, Sevilla városából elfutott a hunok elől, átkelt a tengerszoroson, amelyet Sevillai szorosnak mondanak Marokkóba. Miközben ez történt, a rómaiak királya, a Patriciusnak nevezett Eucius, a nyugatnak tíz királyával együtt váratlanul megtámadta Attila királyt. Amikor rá akart törni, Attila követek útján haladékot kért, hogy hadi népének zöme, amelyet a szultán ellen küldött, visszaérkezzen az ütközetre. Mivel a haladékot nem adták meg, a két hadsereg között reggeltől éjszakáig folyt a harc azon a síkon, amelyet bevindének mondanak. Folydogált a két sereg között egy olyan kicsinke folyó, hogy ha valaki egy hajszálat dobott volna belé, lassú folyásával alig tudta volna tovább sodorni. Az ütközet megtörténte után azonban az állatok és emberek vérétől megdagadva állítólag olyan nagy áradattá dagadt, hogy kocsist a kocsiával együtt, sőt a fegyvereseket is magával ragadta, és nem kevesen haltak meg a két seregből éppen e patak miatt. Ez az ütközet, amelyet nyugat királyai és Attila vívtak egymással Bevinde Catalaunum mezején, rettenetesebb volt a világ mindazon ütközeteinél, amelyeket egy napon és egy helyen vívtak, és ennél rettenetesebbet és keményebbet még a régiek sem emlegetnek. Ebben az ütközetben pusztult el a gótok legnagyobb királya, név szerint Áldarikusz. Amikor a halálát a többi király, aki nem esett el, megtudta, rejtek helyet keresett a menekülésre. Ettől a naptól kezdve megkönnyebbült a hunok és Attila király szíve, és rettegés rázta meg a földkerekséget. Mindezek hallatára pénz és terményadóval szolgált nekik a legtöbb ország. Attila király seregének az az egyharmad része, amelyik nem tudott részt venni az ütközetben, késedelmeskedése miatt Attilától félve a katalánok közt maradt Attila élete fogytáig, s végül ennek az országnak váltak a lakóivá, mivel nem akartak visszatérni Pannóniába. Csupán azok, akik Miramammona ellen vonultak, 65 ezeren voltak, nem számítva az idegen népeket. Ezek közül a hunok közül többeket kapitányokká választottak, akiket az ő nyelvükön ispánoknak neveztek. Ezektől a szavaktól kapta a nevét egész Hispánia. Az ütközet helyén Attila néhány napig időzvén végül győzelmesen visszaindult, és Toulouse városába érkezett, ahol a polgárok a legnagyobb dicsőséggel fogadták. Innét távozva elindult Reims városa, tehát a gallok fővárosa ellen, mivel ez hevesen ellene szegült akkor, amikor Katalónia felé vonult. A várost késedelem nélkül elfoglalta az összes ellenállókat, akiket itt talált tűzzel és karddal elpusztította. Egész Franciaországot és Flandriát ilyen módon elpusztítva Kölnbe érkezett. Szent Orsolyát, a britek királyának lányát itt pusztította el kegyetlenül a hunok vadsága, 11 000 hajadonnal együtt. Azután ugyanitt, Kölnnél átkelt a Rajnán és betört Türingiába, ahol Ejzenak városa mellett ünnepélyes udvart tartott, a dákok, norvégek, frízek, litvánok és pruténok ellen hadat küldött, legyőzte és arra kényszerítette őket, hogy neki szolgáljanak. Az ünnepi udvar megtartása után felkerekedett, Pannóniába, Szikambria városába vonult, saját kezével megölte Budát, a testvérét, testét pedig a Dunába dobatta, mivel Buda áthágta a közte és testvére Attila között megállapított határokat az uralkodásban. Amikor ő, Attila a nyugati részeken tartózkodott, mert Szikambriát a saját nevéről Budavárának neveztette. És bár Attila királya hunoknak és más népeknek megtiltotta, hogy ezt a várost Budavárának nevezzék, hanem Attila városának mondta, és a németek félve a tilalomtól, Eszilburgnak, azaz Attila városának is hívják, a magyarok mit sem törődve a tilalommal, mindmáig Óbudának nevezik és hívják. Miután ezeket tette, öt éven keresztül pihent Szikambriában, csak őrszemeit küldte szét, vagy osztotta el a világ négy tájára. Az őrszemek első csoportja Szikambriától a Germániában lévő Kölnig állt éjjel-nappal egy vonalban, mégpedig úgy, hogy egyiknek a kiáltása a másikig elhallatszon. A másik csoport Litvánia felé, a harmadik a Don, azaz Etel folyó felé, a negyedik pedig Zára Dalmácia városa felé állt fel, és az ő kiáltásuk és hangjuk révén tudhatta meg a világ négy tája, mit csinál Attila, vagy milyen hadjáratra szánta rá magát. Mellékes események Pannóniának, Pamfíriának, Frígiának, Makedóniának és Dalmáciának a polgársága, akiket a hunok gyakori megszállásaikkal kimerítettek, elhagyván szülőföldjüket Attilától engedélyt nyerve, átkeltek az Adriai tengeren Apúliába. Mivel nem akartak Attilának szolgálni, és nyájaikat szélnek eresztették. A vlahok viszont akik ezeknek a zsellérei és pásztorai voltak, önként itt maradtak Pannóniában. Attila király öt évig Szikambriában pihent, mert seregének megfogyatkozását tudnélik, azt az egyharmad részt, amely Katalóniában maradt, pótolni akarta. Miután ünnepélyes udvart tartott, Pannóniából kivonulva átment Karintiába, Stíriába és Dalmáciába, és elfoglalván-e lázongó vidékeket végül Szalona városánál és Spalatónál elérte az Adriai tengert, és a két várost felgyújtatta. Erről a vidékről eltávozva tova vonult a tengerpart mentén, és miután lerombolta Trau, Skardona, Szebenikó, Zára, Nóna, Zeng, Parenzó, Póla, Kapodisztria és Triest városát, és még sok más várost is a hegyek között, végre Aquileához érkezett, és a város nagyságát látva megrettent. Ám úgy érezte, megszégyenülne, ha ezt a várost megvívatlanul hagyná, legfőként azért, mivel azt beszélték, hogy igen sok lázadó Longobárd ide menekült Pannóniából. Amikor ezeket követek útján visszakövetelte a polgároktól, és a polgárok vonakodtak kiadni őket, hozzáfogott a város ostromához különféle hadigépekkel. Sehogyan sem tudta azonban elfoglalni, de másfél évig ostromzár alatt tartotta. Történt pedig egy napon, hogy körüljárta a várost, számos Jós csatlakozott hozzá, akikben Pogány hitű lévén nagyon bízott. Ekkor látta, hogy egy gólya a tenger felől röpülve leszállt az egyik palota tornyán lévő fészkére, és csőrébe véve egyik fiókáját a tenger nádasai közé vitte. Majd visszatért, és a többi fiókáit is elszállította a fészkével együtt. Ennek láttán Attila király magához hívatta katonáit, és így szólt hozzájuk. Látjátok, bajtársaim, ez a gólya jövendő eseményeket jelzi. Előre érzi, hogy ezt a várost mi szét fogjuk rombolni. Menekülőre fogja hát, hogy ne pusztuljon el a polgárokkal együtt. Legyetek tehát holnap bátrabbak az ütközetben, mert meglátjátok, hogy a város össze fog omlani. Kiadta a parancsot, és mert a sokfajta ostromgép segítségével sem tudta eddig bevenni a várost, most a szkíták tanácsára hajlott, az egymillió katona mindegyikétől egy-egy nyerget kért. A nyergekből a fal mentén körös körül óriási halmot rakatott, és elrendelte, hogy gyújtsák fel ezeket a nyergeket. Ezeknek a lángjától és a hőségtől a fal teljesen szétmálva a tornyaival együtt leomlott a földre. Ennek láttán az összes polgárok a tenger szigetére menekültek. Elhatározták ugyanis, hogy a tengernek egy akvilejával szomszédos szigetére költöznek, és mindörökre ott maradnak, ezt a szigetet mindmáig Óvelencének nevezik. Egy ideig ezen a szigeten laktak, de Attila királytól való féltükben ezt a szigetet is elhagyták, arra a szigetre költöztek, amelyet Rialtónak neveznek, és ott lakoznak. A velenceiek pedig trójaiak, ahogy a régiek krónikája mondja. Trója pusztulása után ugyanis a trójaiak Aquileában laktak. Állítólag ők alapították a várost. A verenceiek ugyanis nem Szabáriából származnak, hanem az igen gazdag Trójából. Szabáriában olaszok, azaz Longobárdok laktak, és volt ott egy akadémia mind a Longobárdok, mind a Földkerekség más nemzetei számára amelyet számos költőnek és tudósnak a tanításait tett igen híressé, bár a bálványimádás különféle tévejgéseinek volt alávetve. Ezt a gótok egyik királya, név szerint Arkelaus sokáig ostromolta, de nem tudta bevenni. Végül a földkerekség réme ostrommal bevette. Lakosait a hunok elűzték, és ezek most Itáliában laknak. Páviában a Ticino folyó mellett. Attila Aquilea városának a lerombolása után végül Trióban Concordia városát rombolta le. Innét a Longobárd őrgrófságba vonult, és Trevízó, Pádova, Verona, Brescia, Cremona, Mantova, Bergamo, Milano, Alessandria és Ferrara városát, meg ennek a vidéknek több más városát is hatalma alá vetette. Amikor ezután Ravenna alá érkezett, az Ariánusok érseke, aki ebben a városban az apostoli szék ellenére tizenkét kardinálist választatott meg az ő szektájának követői közül, a polgárok tudta nélkül, bár kincsekben bővelkedett, titokban bebocsátotta a hunokat Ravenna városába, és legyőkoltatta a keresztség fiait, akik a városban laktak, sőt, ígéretet tett Attilának, hogyha csatlakozik szektájához, és üldözni fogja a keresztényeket, hatalmaláveti egész Itáliát és Róma városát Afrikával együtt, hadi népének fáradtsága és költsége nélkül. És amikor Attila ebbe készséggel beleegyezett, inkább uralomvágyból, semmint az említett szekta iránt érzett szeretetből, a rómaiak felismerték a veszedelmet, amely ebből a kereszténységre származhatik, Leó pápa elé járultak, hogy lépteit Attilához irányítsa és kérje meg a rómaiak nevében, hogy fogadja el adójukat és szolgálatukat, amíg csak él. Közben Attila király Apulia felé küldte a seregét, kapitányul állítva a sereg fölé a Zoár törzsből származó Zoárdot. Serege kifosztotta Apuliát, Terradi Lavórót és Kalabriát egészen Reggio városáig, valamint Katinát, amelyet állítólag a bölcs Kátó alapított, és nagy zsákmánnyal tért vissza. Ezen közben Leó pápa papok nagy sokaságával és keresztekkel megérkezett Ravennába Attilához. A megbeszélést lóháton tartották a mezőn, és bár Attila meghallgatta a rómaiak ígéreteit az adóról és szavaikat a császári méltóságról, terhesnek találta ezeket Attila király, Mégis engednie kellett a pápa követeléseinek félelemből. Mert amikor a király felemelte a tekintetét, látta, hogy a feje felett egy ember lebeg a levegőben, kardot forgatva a kezében, fogait csikorgatja és azzal fenyegetőzik, hogy levágja a fejét. Így tehát a rómaiak követeléseinek engedve megadta a pápának az engedélyt az eltávozásra, ő maga pedig visszatért Ravennába. Itt aztán a pápa tanácsát követve az Ariánus érseket a szekta többi tagjaival együtt fogságba vetette. És miután kisajtolt belőle 60 ezer márka aranyat, Fejét vette, majd hadseregének egész tömegével együtt hazafelé fordította a gyeplőt, és bevonult Pannoniába. Miután pedig széltében hosszában délre és nyugatra, északra és keletre kiterjesztette a hatalmát, azt forgatta az eszében, hogy át kell a tengeren, és az egyiptomiakat, asszírokat és Afrikát is hatalma alá hajtja. Ekkor a braktanok királyának már nem is emberi mérték szerint szép leányát, név szerint Mikolcsot vitték hozzá, hogy szerelmeskedjen bele. Akiben, mint mondják, annyira beleszeretett, hogy amint ivásban is szokása volt, itt sem ismert mértéket. És miután a szokásos módon együtt hát a lányjal, és már befejezték a szeretkezést, elerett az orra vére, és ahogy álmában hanyat feküdt, a vér a száján keresztül a torkába folyt, megalvadva akadályozta a lélegzést, és megölte Attilát. Mikocs pedig álmából felriadva hirtelen megérintette urát, és észrevette, hogy a teste már hideg, a természetes melegsége már oda van. Nagy jajveszékeléssel magához hívta a királyi ajtonállókat, és mutatta nekik, hogy uruk minden élő test útjára lépett. Ezek pedig rettenetes kiáltozással zajcsapva az összes őröket a palota kapujához csődítették jajveszékelésükkel. Végül eltemették Attilát Béla, Kadocsa és Keve, meg a hunok más kapitányai mellé, a fentebb említett helyre. Miután pedig halálának híre ment, megdöbbent az egész világ, és ellenségei zavarban voltak, vajon gyászoljanak-e, örüljenek-e, mivel féltek Attila fiainak sokaságától, akik annyian voltak, mint valami nép, alig lehetett számba szedni őket. Féltek, hogy az apa halála után valamelyik fia fog uralkodni. Detriknek és Alemanni a többi fejedelmének, akiknek Attila királya nyakán ült uralkodása alatt, ravaszkodására a hunok osztatlan közössége különböző pártokra oszlott, és pedig egyesek Csabát, Attila királynak, Honorius, görög császár leányától származó fiát, mások pedig a Germánia hercegnőjétől tudnélik, Krimhild urnőtől származó aladárt akarták Attila után megtenni királyuknak. A hunok közül a bölcsebbek Csabához csatlakoztak, Detrik és az idegen népek pedig néhány hunnal egyetemben Aladárhoz. Így aztán mind a kettő uralkodni kezdett. Mindegyik a másik fölé akart kerekedni. És Detrick ármánykodására, aki ebben az időben Szikambriában Aladárhoz csatlakozott, a két király olyan kemény és bátor ütközetet vívott egymással, hogy a Duna 15 napra annyira megáradt a germán vértől, hogyha a németek nem titkolnák gyűlöletükben azt az öldöklést, amelyet a hunok ezen napokban véghez vittek, be kellene vallaniuk, hogy Szikambriától potenciánáig sem emberek, sem oktalan állatok tiszta vizet nem ihattak a Dunából. Ez volt az az ütközet, amelyet a magyarok Krimhild csatájának hívnak mind a mai napig. Ezekben az ütközetekben mindig Csaba és a hunok arattak győzelmet. Utóbb azonban a veronai detrik árulás segítségével elérte, hogy Csabát legyőzzék. Először Csaba győzte le a testvérét, majd pedig őt győzték le olyannyira, hogy oldalán alig 15 maradtak. A többi hunokat és Attila többi fiait pedig teljesen elpusztították és leöldösték. Attila halála után tehát mind a fiai, mind a hunok egymást gyilkolták. A legyőzött Csaba tehát azokkal a testvéreivel, Attila király fiaival, akik az ő pártján voltak, szám szerint hatvannal, és mint mondják, 15 ezer hunnal együtt Honoriushoz, nagyatjához menekült. Honorius a görögök császára Görögország lakójává szerette volna tenni, de Csaba nem akart ott maradni. Atyáinak lakhelyére tudnélik Szkítiába tért vissza, hogy ott lakjon. Csaba 13 évig maradt Görögországban Honoriusnál, Skitiába pedig az út veszélyei és az utazás nehézségei miatt egy évig vándorolt. Amikor Skitiába érkezett, nem onnan vett magának feleséget, hanem korozmeniából hozott, bendegúznak nagyatjának a tanácsára, akit, mint mondják, egészségesen talált, de nagyon megöregedve. Ettől a feleségétől született Edemén és Ed. Ez a csaba arra buzdította a skitákat, hogy térjenek vissza Pannóniába. Visszamaradt azonban a hunok közül három ember, akik meghátrálva kivágták magukat Krimhild csatájából, és Csigla mezején igyekeztek gyülekezni. És mivel féltek a nyugati nemzetektől, nehogy azok váratlanul megtámadják őket, Erdélybe vonultak, magukat pedig nem magyaroknak, hanem más néven székelyeknek nevezték. Ezek a székelyek ugyanis a hunok maradékai és a magyarok második bejöveteléig az említett mezőn tartózkodtak. Mikor aztán megtudták, hogy a magyarok újból visszatérnek Pannóniába, eléjük mentek, Ruténiába, és velük együtt hódították meg Pannónia vidékét, és itt osztoztak sorsukban. Ezek a székelyek azt hitték, hogy Csaba elpusztult Görögországban. Ezért a nép még most is közmondásként mondogatja, akkor téri vissza, amikor Csaba Görögországból. Ettől a Csabától Attila király törvényes fiától születtek fiai, Edemén és Ed. Akik közül Edemén a magyarok második visszatérése alkalmával maga jött be Pannóniába, atyának és anyjának a rokonságából álló nagy sokasággal. Ed pedig visszamaradt a hazájában, azaz Kétiában. Színigaz, ettől a csabától eredt az Aba nemzetség is. Miután tehát Attila király fiainak a sokasága elpusztult, Pannónia király nélkül maradt tíz éven keresztül. Csak a vlahok, a görögök, a jövevény messiaiak, a németek és a száműzött szlávok maradtak Pannóniában, akik hajdan Attilának szolgáltak. Támadt ezek után valamilyen fejedelem, Svetiboluk, Marót fia, Lengyelországban, mind a mellett Pannóniában is uralkodni kezdett. Őt a magyarok először is Erdélyből és az Ung folyó felől különféle ajándékozások ürügyén kikémlelték, majd különféle beszédekkel áltatták, végül egy hirtelen támadást intéztek ellene egy bizonyos városban, Bánhida környékén, Tata mellett. Mely városnak még most is láthatók a romjai, és egész katonaságával együtt elpusztították. És így uralkodni kezdtek az említett népek fölött, akiket Marót fia a maga terjeszkedésével csak gyarapított. Attila pedig 44 évig uralkodott. A hercegi méltóságot 5 évig viselte. Élt pedig 125 évig. Kezdődik a Magyarok Krónikája második részének az előszava. Elbeszélvén tehát rendre a hunok eredetét, szerencsés és balszerencsés ütközeteiket, s hogy hányszor változtatták lakhelyüket, lássuk most, mely időben tértek vissza Pannóniába másodszor, s kik voltak a visszatérő kapitányai, mekkora volt a fegyveresek száma a seregükben. Méltónak tartottam ezt jelen művecskén befelvenni. A krónikának ez a második része szól a magyaroknak Pannóniába történt második bejöveteléről, és a mondott országban ettől kezdve egymás után következő királyaik életéről és haláláról. Továbbá előtt fia ügyek egy leánytól, Ennodbiliától Magorban nemzett egy fiút, akit álmosnak neveztek amiatt az esemény miatt, hogy anyjának álmában tudtul egy madár, melyet sólyom alakjában jött hozzá, amikor terhes volt, hogy méhéből egy patak fakad, de nem a saját földjén fog elsokasodni. És ezért azt jövendölték, hogy ágyékából dicső királyok fognak származni, mivel pedig az álmot a mi nyelvünkön álomnak mondják, és az ő születését egy álom jelezte előre, azért hívták őt Álmosnak, aki előtt fia volt, aki ügyek fia volt, aki Ed fia volt, aki Csaba fia volt, aki Attila fia volt, aki Bendegúz fia volt, aki Torda fia volt, aki Zemein fia volt, aki Etel fia volt, aki Oposz fia volt, aki Kadocsa fia volt, aki Berend fia volt, aki Zulta fia volt, aki Bulcsú fia volt, aki Balog fia volt, aki Zámbor fia volt, aki Zámor fia volt, aki Lél fia volt, aki Levente fia volt, aki Kölcse fia volt, aki Umbót fia volt, aki Miske fia volt, aki Mike fia volt, aki Besztúr fia volt, aki Budli fia volt, aki Csanád fia volt, aki Bökény fia volt, aki Bodofart fia volt, aki Farkas fia volt, aki Ottmár fia volt, aki Kádár fia volt, aki Belér fia volt, aki Keár fia volt, aki Keve fia volt, aki Kelet fia volt, aki Dama fia volt, aki Bor fia volt, aki Hunor fia volt, aki Nemród fia volt, aki Tana fia volt, aki jáfet fia volt, aki Noé fia volt. Álmos pedig nemzette Árpádot, Árpád nemzette Zoltát, Zolta nemzette Taksonyt. Amikor tehát a svábföldről származó Ottó császár uralkodott Itáliában és Germániában, Franciaországban pedig Iktárius király fia Lodovikus és Antonius Durus, Teodórus fia, a Jézus Krisztus megtestesülése utáni 888. évben a köznép nyelvén magyarok, vagy hunok, latinul pedig hungáruszok újból bevonultak Pannóniába. Átvonultak a besenyők és a fehér kunok országán, Szuzdálián és egy Kievnek nevezett városon, majd átkeltek a hegyeken egy tartományba, és megszámlálhatatlan sok sast láttak ott. És a sasok miatt nem maradhattak meg, mivel a fákról úgy szádostak a sasok, mint máshol a legyek, és elfogyasztották és felfalták nyájaikat és lovaikat. Azt akarta ugyanis az Isten, hogy minél előbb költözzenek Magyarországba. Ettől kezdve három hónapig hegyeken keltek át, és végre Magyarország határvidékére, tudnélik, Erdélybe érkeztek az említett népek akarata ellenére. Miután itt hét földvárat építettek az asszony nép és a jószágok védelmére, egy ideig itt időztek. Emiatt nevezik a németek ezt a vidéket attól a naptól kezdve Szibenburgnak, azaz Hétvárnak. És mi alatt ezekben a várakban tartózkodtak, és a körülöttük lakó ott uralkodó népek támadásától rettegtek, közösen megfontolt elhatározással hét kapitányt választottak maguk közül. Hét hadra oszlottak, és minden hadnak volt egy kapitánya, a szokásos módon állított századosokon és tizedeseken kívül. Egy had ugyanis harmincezer fegyveres emberből állott a század nagyok nélkül. A 108 törzsből tehát a Szkítiából történt második kijövetel alkalmával 230 ezer férfi jött ki, nem számítva a háznépet. A kapitányok közül pedig a leggazdagabb és leghatalmasabb Árpád volt, Álmos fia, aki előtt fia, aki ügyek fia. Atyát Álmost pedig Erdélyországban megölték, ugyanis nem jöhetett be Pannóniába. Amíg Erdélyben pihentek, hogy barmaik új erőre kapjanak, hallották az ott lakóktól, hogy ez a föld gazdag, hogy a Duna a legjobb folyó, és hogy jobb föld ama vidékeknél nincs is a világon. Miután közös tanácsot tartottak, elküldtek egy követet, név szerint Kusidott kund fiát, hogy menjen és szemlélje meg az egész földet. Amikor tehát Kusid Magyarország kellős közepébe érkezett és leereszkedett a Duna vidékének tájaira, látja ám a szép vidéket, s körös körül a jó és termékeny földet, a jó vizet és füvet. Megtetszett neki. Azután elment a tartomány hercegéhez, aki Attila után itt uralkodott, és Svetibolug volt a neve. Köszöntötte őt az övéi nevében, és elmondta neki, milyen ügyben jött. Svetibolug örvendezve hallgatta, mert azt hitte, hogy paraszt népek. Jöjjenek csak, és műveljék a földjét. A követet ezért szeretettel elbocsátotta. Kusit pedig a Duna vizéből megtöltötte kulacsát, Perje füvet tett a tarsojába, fekete föveny földet vett magához, és visszatért az övéihez. Azután mindent elbeszélt, amit hallott és látott. Mindez nagyon tetszett az övéinek, és megmutatta nekik a vizet, a földet és a füvet. Megízlelték az övéi, és maguk is azt tapasztalták, hogy a föld nagyon jó, a vize édes, és olyan fűvel dús a mező, ami ennel a követ mondta. Árpád pedig az övéi jelenlétében megtöltötte ivókürtjét dunavízzel, és minden magyar színe előtt kérte a mindenható Isten kegyelmét erre az ivókürtre, kérte, hogy adja nekik az Úr mindörökre azt a földet. Szabainak végezetével minden magyar felkiáltott Isten, Isten, Isten háromszor egymás után. Ez a szokás innen eredt, és meg is maradt mind máig a magyaroknál. Aztán közös akarattal visszaküldték ezt a követüket a már említett vezérhez, s küldtek neki egy nagy fehér lovat, arábia aranyával, aranyozott nyereggel, aranykötőfékkel, földjének fejében. Ennek láttán a vezér még jobban megörült, mert hitte, hogy egy darab szállásföldért küldték neki. A követ pedig a vezértől földet, füvet és vizet kért. A vezér pedig mosolyogva így szólt. Legyen az övék, amennyit csak akarnak az ajándék fejében. Így tért vissza övéihez a követ. Árpád pedig közben bevonult a hétvezérrel Pannóniába, nem ám, mint vendég, hanem mint aki örökség jussán birtokolja ezt a földet. Ekkor egy másik követet küldtek a vezérhez, és a következő üzenetet bízták rá. Árpád és övéi azt üzenik néked, hogy ezen a földön, melyet megvettek tőled, semmiképpen nem maradj, mert a te földedet megvették a lovon, a füvet, a féken, a vizet, a nyergen. És te örök bérfejében, vagyis szegénységed és kapzsiságod miatt a földet, füvet és vizet átengedted nékik. Mikor a vezér az üzenetet meghallgatta, mosolyogva így felelt. Azt a lovat fából készült kalapáccsal öljék meg, Fék pedig vessék a mezőbe, aranyozott nyergét, meg dobják a Duna vizébe. Mondta a követ. Mi kárunk lesz belőle jó uram. Ha megölöd a lovat, az ő kutyáiknak adsz étket. Ha a fűbe veted a féket embereik, akik a szénát kaszálják, megtalálják az féket. ha pedig a nyerget a dunába dobod, a nyereg aranyát halászaik húzzák partra otthonukba hazaviszik. A tehát a föld, fű és víz az övék, minden az övék. A vezér ennek hallatára gyorsan hadat gyűjtött, mivel félt a magyaroktól, barátaitól is segítséget kért, és valamennyien egyesülve a magyarok ellen vonultak. Ezek pedig közben a Dunához érkeztek, és egy gyönyörű mezőségen kora hajnalban csatába kezdtek. Az úr segedelme a magyarokkal volt, Színük előtt meghátrált és megfutott a mondott vezér. A magyarok egészen a Dunáig üldözték, és itt a Dunába vetette magát félelmében, a sebesen sodró vízben pedig megfulladt. Az úr visszaadta a magyaroknak Pannóniát, amiként Izrael fiainak adta át Mózes idejében örökségként az Amoreusok királyának, Seonnak és Besán királyának. Ognak a földjét és Kánaán egész országát. Mivel pedig Árpád kapitány Szkítiában egy bizonyos különleges tisztséget viselt, és ezt a tisztséget az ő nemzetsége törvényes és jóváhagyott Szkíta jogszokás alapján kapta, azt ugyanis, hogy a hadjáratba indulók előtt egynek elől kellett mennie, visszavonulás alkalmával pedig hátvédet adnia, Árpád tehát, mint mondják, emiatt megelőzte a többi pannóniában bevonuló kapitányt. Árpád a többi magyarral legyőzte és megölte Szveti Bolugot, mint fentebb mondottuk, majd tábort vett Fehérvár közelében a Noé hegyen. Ez a hely az első, amelyet Árpád kiválasztott magának pannóniában. Ezért alapította ennek közelében Székesfehérvár városát Szent István király, aki tőle származott. A második kapitány pedig szabolcs, akitől a csák nemzetség származik, mint mondják azon a mezőn és helyen szállt meg, ahol most csákvár a hever romokban. Ennek a várnak szabolcs kapitány vetette meg az alapját, utóbb ennek halála után csák elrendelte, hogy rokonai és háza népe az ő nevéről csákvárának nevezzék, addig ugyanis szabolcsnak hívták. Ezt a várat Andrásnak, Bélának és Leventének, Szár László fiainak idejében lerombolták a magyarok közös elhatározásából. A harmadik kapitány Gyula volt, akitől László fia Gyula származik. Ez a Gyula nagy és hatalmas vezér volt, és Erdélyben vadászat alkalmával felfedezte Fehérvárvárosát, városát, amelyet még a rómaiak építettek. Volt neki egy nagyon szép leánya, név szerint Sarolt, Akinek a szépségéről sokáig beszéltek a tartományok fejedelmei. Géza fejedelem vette törvényes feleségül Béliudnak tanácsára és közvetítésével, aki kulán földjének volt ura. Ehhez a Béliudhoz hozzáadta kulán a leányát, hogy a testvére Keán ellen harcoljon, és halála utára kulán Béliudot tette meg örököséül. Végül, mikor Gyula a Pannóniában lakozó magyarokkal szemben ellenségesen viselkedett, és már sok volt a robásán, Szent István király Pannóniába vitette. Ez azonban nem ez a Gyula kapitány volt, hanem ettől számítva a harmadik. A negyedik kapitánynak Kund volt a neve. Ennek fia Kusid és Koppány, akik a nyír közelében ütötték fel táborukat, és megkereszteltetésük után itt monostort alapítottak. Az ötödik kapitányt pedig Lélnek nevezték, ő üszt el Galgóc vidékéről a messiárokat, azaz a cseheket, és állítólag hosszabb ideig itt táborozott. Ettől származtatja és eredezteti magát a Zovárd nemzetség. A hatodik kapitánynak vérbulcsú volt a neve, és bizonyos, hogy a Balaton körül ütötte fel sátrait. A hetedik kapitányt őrsnek nevezték. Ennek a nemzetsége pedig a sajó környékén tartotta tanyáját. A többi nemzetség pedig, mely származásra ezekkel egyenlő és hozzájuk hasonló, tetszése szerint kapott lakhelyet és szálláshelyet. Ha tehát némely kódexben az áll, hogy csupán ez a hét kapitány jött be Pannóniába, és Magyarország csak általuk jött létre, és népesedett be, ugyan honnét jött az Ákos, Bor, Aba és más nemes magyarok nemzetsége, hiszen ezek sem jövevények, hanem Szkítiából jöttek ki. Egyedül azt az indoklást tudják erre, hogy a köznép hét magyarról beszél. De ha csak-e hét magyar volt a háznépével, és több háznépet nem lehet feltenni, mint feleségeket, fiakat, lányokat, szolgákat és szolgálókat, hogyan hódíthatott volna ilyen csekély háznéppel országokat. Kizárt. Történt azonban, hogy taksony idejében a magyar sereg felkerekedett Franciaország felé, hogy zsákmányt szerezzen. Visszafelé tértük, a rajnán átkelve három részre oszlottak, két rész zsákmány nélkül, egy pedig zsákmánnyal meglakodva vonult Magyarország felé. Ezt az egyet száz ország fejedelme Ezenak városánál hét magyar kivételével lekaszabolta. Hetet ugyanis életben hagyott, és levágott füllel Pannoniába küldött. Menjetek, mondta, a ti magyarjaitokhoz, és mondjátok el, ilyen képpel, hogy többé ne jöjjenek a gyötrelmeknek erre a helyre. A másik két rész behatolt Svábföldre, de amikor meghallották, mi történt társaikkal, s rokonaikkal, felhagytak Svábföldön a zsákmányolással, és ami csak útjukba akadt, az Iller folyótól a Sár vagy Lajta folyóig. Embert, állatot, mindent legyilkoltak. A hétfületlen magyarra pedig, mivel hogy élve tértek haza, és nem választották társaikhoz hasonlóan a halált, a közösség állítólag olyan ítéletet hozott, mindenüket, amiük csak volt, ingó és ingatlan vagyonukat elvesztették, feleségüktől és gyermekeiktől elválasztották őket, Semmiféle javukkal nem rendelkezhettek. Sőt, mindörökre sarunélkül, gyalogosan kellett együtt járniuk, koldulva sátorról sátorra, amíg csak éltek. Ezt a hetet aztán gyalázatuk miatt hét magyarnak vagy gyász magyaroknak nevezték. Az így módon elítélt emberekről beszélt tehát a köznép, nem pedig a hét első kapitányról. Ezen kívül, mint hogy az evilágnak, élő, hencegő embereknek valami módon az a tulajdonságuk, hogy önmagukról több dicsőséget tesznek fel, mint másokról, azért ez a hét kapitány önmagáról énekeket szerzett, és ezeket egymásnak énekelgették a világi dicsőség kedvéért, hírnevük terjesztésére, hogy utódaik ezeknek hallatán, mint egy hencegbe dicsekedhessenek szomszédaik és barátaik előtt. Bizonyos tehát, és nyilvánvaló az eddigiekből, hogy nem csupán a hét kapitány hódította meg Pannoniát, hanem igen sok más nemes is, akik velük együtt jöttek ki Szkítiából. Éppen ezért ezekben a kapitányokban többre lehet becsülni a méltóságot és hatalmat másokénál, Nemesség tekintetében azonban egyformák. Mint hogy pedig ez idő szerint nemesség tekintetében egy -e jövevények is egyenlőek a magyarokkal, meg kell vizsgálnunk, hogyan jöhetett ez létre, honnan ered ez a helyzet, hiszen a magyarok nagy számukat tekintve elegendők lettek volna Pannónia benépesítésére. Nos, többek között Géza fejedelem isteni szózattól indítatva keresztény hitre kezdte téríteni a magyar népet, és mivel a pogány erkölcsökkel átitatott és azokhoz ragaszkodó népet intéssel nem tudta megtéríteni, egyeseket fegyverrel kellett megfékeznie, s hogy ezt megtehesse, mivel többen voltak a hitnek ellenszegülők, mint a hozzá csatlakozók, szükségesnek tartotta szándékát a keresztény királyok és fejedelmek közt kihirdetni. Ezek, mikor hallották ezt a szándékát, nem csak segítséget küldtek neki, hanem személyesen is idejöttek, hiszen rájuk nézve veszedelmes és gyűlöletes volt a magyarok vadsága. Elsőnek tehát Deodátus jött be Apuliából, a San Severinói grófok közül. Ő lett a tatai monostor megalapítója és felszerelője. Ő keresztelte meg Szent Adalbert prágai püspökkel együtt Szent István királyt. Monostorának pedig azért Tata a neve, mivel megboldogult István király tiszteletből nem szólította őt nevén, hanem Tatának hívta, és ezért a Deodátus név kiment a szokásból, s helyette Tatának nevezték. Ezért Monostorát is így nevezik. Tőre származó nemzetség nincs Pannóniában, mert bár volt felesége, mégis örökösök nélkül fejezte be életét. Ezután Alemanniából a humburgi grófoktól származó Wolfger jött be testvérével, hedrikkel és háromszáz páncérozott vezetéklóval. Bizonyos, hogy Géza fejedelem neki adta örökszállás birtokként Güssing hegyét, ő pedig egy favárat épített itt, majd ugyanezen a hegyen egy kolostort is ott temették el. Ezektől származik azután a Héder nemzetség. Bajorországból költözött be Vecellin is, tudnélli Vejszemburgból, Ezölte meg Szent Istvánnal Somogyban koppányvezért. Azon a napon ugyanis ő volt a hadsereg vezére. Tőle veszi eredetét és származását a Ják nemzetség. Ezekben a napokban költözött be Hont és Páznán is, és Szent István királyt a Garam folyónál német szokás szerint karddal övezték fel. Ezek nemzetségének neve láthatólag nem különbözik az ő nevüktől. Géza Fejedelem és fia, Szent István király tehát bizakodva ezeknek a grófoknak, de még inkább Istennek a segítségében, egyes lázadókat fegyveres megfélemlítéssel, némelyeket pedig hajlandóságuknál fogva térítették a kereszténységre. Ezeket a grófokat Géza Fejedelem is fia is kiterjedt és gazdag örökséggel jutalmazta szolgálataik fejében amint hogy ez nyilvánvalóan látható ma is. Idő múltával aztán házasság kötéseik jóvoltából beleolvadtak a magyarokba. Ezeknek a tanácsára és az ő segítségükkel állítatott király a magyarok fölé. Igen sok magyar nemes azonban, aki megvetvén a keresztséget és a hitet koppány vezérhez csatlakozott, rút szolgaságba taszítatott. E harcok idején ugyanis azt tartották nemesebbnek, aki hamarabb csatlakozott Krisztus hitéhez. Pot nemzetsége pedig, amelyből Altimburgi Konrád származik, Salamon királynak, András király fiának idejében jött Pannóniába. Ernestusnak hívták, és azért nevezték el Potnak, mivel követ volt Konrád császár meg András és Salamon királyok között. A német pot ugyanis magyarul követet jelent. A Gerse és Gergely nemzetség pedig Franciaországból való, a Kornisnak nevezett Vilmos rokonságából. Kökényes és Radnót pedig spanyolországi eredetű, és Szár László fiának Béla királynak a feleségével Margit királynéval jöttek Pannóniába. Ennek a Bélának első felesége Lengyelországból való volt. A gut keled nemzetségről sok mindent mesélnek, de bizonyos, hogy Péter király hozta ide őket a maga megsegítésére, abban az időben, amikor Henrik császárhoz menekült. A svábföldről Staufen várából származnak, ahonnan Frigyes császár is származik. Ez a nemzetség a svábföld főemberei közül való, és noha szegények örökölt vagyonukat tekintve, említett hazájukban mégis megbecsültek és befolyásosak. Ez a gut kelet nemzetség Salamon király meg László és Géza hercegek idejében emelkedett fel. Akkoriban ugyanis ez a nemzetség két pártra oszlott. Egyesek a hercegekhez csatlakoztak, némelyek pedig különösen vid Salamonhoz, akit, mint mondják, Salamon mindenki másnál jobban kiemelt az említett nemzetségből. Hogy Rátold nemzetsége Apuliából vándorolt ki, abban senki sem kételkedhet. A Kasserta grófjának rokonságából származó Olivért és rátoldott Géza királyfia Kálmán király, aki a dalmatákat leigázta, helyezte be ide Pannóniába. Herman nemzetsége is Gizella király nével jött be. Nürnbergből való szabad emberek, de örökölt vagyonukat tekintve szegények. Buzád nemzetségéről is kell szólnunk, az ő nemzetségét István király, második Béla fia hozta be Magyarországba, hogy neki az említett királynak segítségére legyen. Az orlamundi grófoktól származnak. Az elsőt, aki bejött, Hadoltnak hívták. Ennek fia hasonlóképpen Hadolt és Arnold. Ezektől ered Buzád bán nemzetsége. Ezt a Hadolt nevet nem tudták kiejteni, és ezért hibás ejtéssel Hahótnak mondják. A csák nemzetség némely más nemzetségekkel együtt összeesküvést szőtt az említett király ellen, s ezeket ő állítólag hahóttal és azzal a katonasággal törte meg, amelyet hahót hozott magával. Kelet fiainak, Istvánnak, Lászlónak és gergeinnek a nemzetsége Meissen tartományból veszi eredetét. István ugyanis a Meisseni őrgrófnak, Hersfeld gróf fiának fia volt. Frankfurtban az ünnepélyes gyűlésen, ahol neki és másoknak császárt kellett volna választani, megölte Türingi a tartománygrófját, és mivel Alemanni a fejedelmei azt az ítéletet mondták ki rá, hogy őt is öljék meg, második Béla király fiának, Gézának az idejében Pannóniába költözött, hatvan páncélos vezetéklóval. Az említett király ünnepélyesen befogadta, és ahogy látjuk, kitűnő és terjedelmes birtokokba iktatta be, pedig mely tartományában a számüzetés büntetése vált rá. Azoknak a nemzetsége pedig, akiket Bobocsáról neveznek, Szambergből költözött Pannóniába. Simonnak és testvérének Mihálynak a nemzetségét Murtundorfnak hívják. Ez a nemzetség harmadik Béla fiának Andrásnak az idejében költözött be Hispániából. Sok vára van ennek a nemzetségnek Hispániában. Ezek között egy jobbacska is van, Bojót. Ennek a Simonnak a nagyapját, mivel Aragónia királyával sok évig háborúskodott, végül is a király fogjulejtette és börtönbe taszította. Mivel Simon Gróf és Bertrand ugyanettől a sorstól tartott, az említett András király második feleségével, aki kampániai születésű volt, Magyarországba költöztek. Hispániában ugyanis egyetlen nemzetség sem mert a pajzsán sas címert hordani, csak Simon és Mihály. Beköltöztek Magyarországba, mint Géza fejedelem és Szent István király korában, mint pedig más királyok idejében, csehek, lengyelek, görögök, spanyolok, izmaeliták, besenyők, örmények, szászok, kunok és olaszok, olyanok, akiknek nemzetsége nem ismeretes, de hosszú ideig élve az országban, Különböző házassági kapcsolatok révén a magyarokkal összeolvadva nemességet és egyben szállásbirtokot nyertek. Bár ezeknek ismerem a nevüket, ebben a műben mégsem sorolom fel őket. Miután pedig a magyarok, mint fentebb elmondottuk, Svetibolugot megölték és beköltöztek Pannóniába, hat évig arra fordítottak gondot, hogy fegyvereiket kiavítsák és lovaikat új erőre táplálják. A hetedik évben aztán Morva és Csehországot, amelyekben ez idő állítólag Vratislav fejedelem uralkodott, kegyetlenül kifosztották. Innét győzelemmel visszatérve az említett fejedelemmel fegyverszünetet kötöttek, és egy esztendeig békében maradtak. Ezután ellenséges szándékkal Karintiába mentek. Lajbach várán túl Meránia Gottfried nevű hercege, meg Eberhardt Karintia hercege, továbbá Gergely, aquileai pátriárka egyesülve felvonultak ellenük, és keményen összecsaptak. S jól lehet, a magyarok közül sokan elhullottak itt, a magyarok mégis megölték, mind a két herceget és a pátriárka is csak futással menekülhetett. Ezután kifosztották Karintiát, Krajnát, meg Stájerországot, és roppant zsákmánnyal hazatértek. Amikor Konrád császár meghallotta, hogy a magyarok betörtek birodalmának határvidékeire, és hogy az említett hercegeket megölték, elhatározta, hogy Magyarország ellen indul. De amikor elhagyta Itáliát és Augsburgba, Schwabföld városába érkezett, hogy azután Pannóniába jöjjön és megrohanja a magyarokat, belháború ütött ki a rómaiak között. Ezért vissza kellett fordulnia. Eközben a magyarok ki sem mozdultak hazúról, három esztendeig sem erre sem mentek. A negyedik évben aztán megrohanták Bulgáriát, és kincseket és megszámlálhatatlan tömegű nyájat hoztak haza, és elfoglalták a várakat. Ezeket az úr kegyelméből most is birtokukban tartják. Miután pedig az említett országokat legyőzték, Friulin keresztül Lombardia őrgrófságába hatoltak be, és Pádova városát tűzzel vassal elpusztították. Innen Lombardiába nyomultak, és ott Vercelli városának püspökét Károly császár leghívebb tanácsosát, Lintárt megölvén, egyházából töménytelen kincset raboltak el, és csak nem egész Lombardiát kifosztva óriási zsákmánnyal győzelmesen tértek vissza Pannóniába. Ezután tíz évig pihentek, a tizenegyedik évben pedig feldúlták Szászországot, Türingiát, a Schwab földet és a kereti frankokat, azaz a burgundokat. És már hazafelé tartottak meglakodva, amikor Bavária határában, Abach várán túl, a Duna táján váratlanul megrohanta őket az alemannok serege. A magyarok sok ezret levágtak közülük, és csúfosan megfutamították őket. Ebben az ütközetben a magyarok közül három ezer vitéz veszett el, akik pedig megmenekültek, hazájukba visszatérve 16 évig ki sem mozdultak, megmaradtak Magyarországban. Amikor azonban Németországban első korát uralkodott, a 17. évben a magyarok felkerekedve Németország egyes részeit pusztították. És amikor Augsburg városához érkeztek, itt Urrik püspök a polgárokkal és Svábföld főembereivel együtt szembeszállt velük. Végre, mivel a magyarok makacsul vívták a várost, és nem akartak a város alól elvonulni, követeket menesztettek az Augsburgiak az említett Konrádhoz, hogy sietve jöjjön segítségükre. Konrád nem is késlekedett. És mert a magyarok elővigyázat nélkül csak a város ostromával foglalkoztak, a német és az itáliai sereg váratlanul rohanta meg őket. Úgyhogy, ha akartak volna, akkor sem futhattak volna el, mivel egyik oldalról a legfolyó képezett akadályt, amely azon napokban beléfolyó patakoktól rendkívüli módon megáradt, a másik oldalról pedig az említett seregek falként vették körül és szorították őket. Ebben a szorongatott helyzetben az ellenség egyeseket fogjul ejtett közülük, némelyeket kegyetlenül leöldösött. Ekkor estek fogságba a híres kapitányok lél és búcsú is. Amikor császár elé vezették őket, és a császár megkérdezte, miért olyan kegyetlenek a keresztényekkel szemben, azt felelték, mi a leghatalmasabb Isten bosszúja vagyunk, ő küldött rátok ostorul. És ha mi nem üldözünk benneteket, ti fogtok el bennünket. Erre a császár, válasszatok magatoknak olyan halált, amilyet akartok. Lél erre így szólt. Hozzák ide a kürtömet, Előbb megfújom a kürtöt, azután majd válaszolok. Oda vitték neki a kürtöt, és ő a császárhoz lépve, amint éppen hozzá kezdene a kürtöléshez, mint mondják, olyan erővel sújtotta a homlokon, hogy a császár ettől az egyetlen csapástól szörnyet halt. Lél pedig így szólt. Te előttem mész, és szolgálni fogsz nekem a más világon. A skitáknak ugyanis az a hitük, hogy akiket életükben megöltek, azok szolgálni tartoznak nekik a másvilágon. Haladék nélkül megragadták, és Regensburgban felakasztották őket. Egy másik magyar hadsereg pedig, amelyben jó 40 fegyveres vitéz lehetett, nem messze Augsburg városától táborozott. Amikor megtudták, hogy társaikat kegyetlenül szorongatják, összefogdossák és gyilkolják, egy félreeső erdőbe vették be magukat, arra várva, hogy a császár serege szétoszoljék. És amikor a császár seregének nagyobbik része a rajna felé haladt, a magyarok egy mezőn utolérték őket, először csak lovaikat öldösték, nyilaikkal, nem engedték őket az egész nap folyamán sem leszállni, sem sehová menekülni. Végül, amikor már mozdulni sem tudtak, fogságra adták magukat. A magyarok aztán kiváltották rajtuk Regensburgban bebörtönzött társaikat. Azután pedig, mivel úgy hozta a szerencse, felégették a fuldai kolostort, ahol csak úgy merték a sok aranyat. Ezután átkeltek a rajnán, tűzzel pusztították a lotaringiai hercegséget, Strasburg környékén egy ütközetben foggyulejtették és lefejezték Eckhartot, lotaringia hercegét, és Bertoldot, Brabant hercegét, aki Eckhart segítségére jött. Ezután pedig rettenetesen megnyomorgatták Galliát, kegyetlenül dühöngtek Isten egyháza ellen, és felégették Metz, Trier és Áhen földjét. Utána a Szenon hegyek meredek szikláin keresztül karddal nyitottak maguknak utat a háború istenének Marsnak népei között. Itt ugyanis lerombolták Szúza és Torino városát, és áthatolva az említett hegyeken, megpillantva Lombardia síkját, gyors száguldással csak az egész tartományt elpusztították, és így győzelmesen tértek vissza saját országukba. Húsz évig Pannóniában maradtak mozdulatlanul, a 21. évben pedig felkerekedve Bulgáriába hatoltak be onnan, Hadrianapolishoz érkeztek, ostrommal bevették, majd Konstantinápolyt fogták ostrom alá. Mikor a magyarok az említett város ostromával foglalatoskodtak, egy óriás termetű görögöt küldtek ki a városból bajvívásra. A görög két magyar hívott ki egyszerre, hogy vele megküzdjenek, és azt mondta, hogy ha mindkettőt legyőzi, a görög császár nem tartozik büntetést fizetni a magyaroknak. De ha nem győzi le mindkettőt, a görög császárnak adót kell fizetnie a magyaroknak. Mivel, hogy szer harciasan szónokolt a magyarok ellen, kerestek is neki ellenfelet. Ez a magyar kiállt a görög elé, és így szólt. Én, úgy mond, botond vagyok, igaz magyar, de a legkisebb a magyarok közt. Végy magad mellé még két görögöt, hogy az egyik felfogja elszálló lelkedet, a másik meg eltemesse testedet mert én a görögök császárát bizonyosan nemzetem adófizetőjévé teszem. A magyarok kapitánya név szerint Apor, akit a közösség akaratából állítottak ezen hadélére, élére, megparancsolta Botonnak, hogy menjen bárgyával a város érzből való kapujához, és mutassa meg bárgyával a kapun az erejét. Ő pedig a kapuhoz ment, és akkora csapást mért a kapura, és akkora rést vágott rajta, hogy állítólag egy öt éves gyermek kényelmesen ki- és bejárhatott a résen. Miután pedig a magyarok és a görögök oda csődültek a látványossághoz, és előkészítették a viadal helyét a város kapuja előtt, egy rövid óráig küzdöttek egymással, majd a magyar úgy földhöz vágta a görögöt, hogy a görög nyomban kilehelte a lelkét. Ezt a tettet és esetet a görögök császára, aki feleségével együtt a város bástyáján állt, óriási szégyennek tartotta, és szemét elfordítva bement a palotába. Amikor a magyarok követelték az adót, amelyért a viadalt vívták és megharcoltak, a görögök császára csak nevetett a követelésükön. A magyarok felhagytak a város ostromával, végigpusztították Görögországot, és mérhetetlen mennyiségű aranyat, gyöngyöt és jószágot zsákmányolva visszatértek hazájukba. A magyarok közössége tehát kapitányaival, vagyis vezéreivel, mint mondják, ilyen s más ehhez hasonló dolgokat vit végbe, taksony vezér idejéig. Szent Istvánnak Magyarország első királyának születése a skitiából Pannóniába való második bejövetel után, továbbá életéről, háborúiról és haláláról. Taksony ezután nemzette Gézát és Mihályt, Mihály pedig nemzette Kopasz Lászlót és Vazult, Géza pedig az úr megtestesülésének 969. esztendejében ahogy Boldog István király legendájában megvan írva, isteni szózattól figyelmeztetve, Saroltól, Gyula leányától nemzette Szent István királyt. István király is több fiat nemzett, de volt a többi között egy fia, név szerint Imre, aki Isten előtt kedves, az emberek közt tisztelt volt és áldott az emléke. Ezt az isteni bölcsesség kifürkészhetetlen ítélete elragadta az élők közül hogy a gonoszság ne rontsa meg értelmét, és a teremtett világ ne csalja lépre a lelkét, ahogy ez írva vagyon a korai halálról a bölcsesség könyvében. Hogy azonban ne tegyük azt, ami már megvan téve, ne adjuk elő azt, ami már elő van adva, vagyis, hogy mennyi s mi nagy erényekkel ékeskedett, milyen buzgó volt Isten szolgálatában Krisztus szent hitvallója Imre Herceg, mindezek megírásától elállunk. Aki ugyanis meg akarja tudni a boldogságos hitvalló legendájában szentséges magaviseletének teljes ismertetését megtalálja. Mi inkább azokat a dolgokat szándékozunk röviden és fő vonásaiban megírni, amiket más írók elhagytak. Szent István király már előbb, ifjú korában dicsőséges háborút viselt, a vitéz és hatalmas koppány vezér ellen. Ez a koppány Tar szerintnek volt a fia, aki Szent István király apjának Géza fejedelemnek az idejében a hercegi méltóságot viselte. Géza fejedelem halála után Koppány Szent István király anyját vérfertőző házasságban magához akarta kötni, Szent István királyt meg akarta ölni, és hercegsége területét a maga hatalma alá akarta hajtani. Koppány Somogynak volt a hercege. Szent István összehívta előkelőit, és Márton boldogságos hitvalló közben járásával az isteni írgalom segedelméért esedezett. Azután pedig összegyűjtötte hadát, és ellensége ellen indult. A garam folyó mellett övezték fel először a karddal. És itt testi épségének őrizetére két főembert állított, Huntot és Páznánt. Egész seregének fejévé és vezérévé pedig Vecellint tette meg egy német származású jövevényt. Összecsaptak az ütközetben, mindkét fél sokáig és vitézú csatázott, de az isteni irgalom segítségével Boldog István fejedelem dicsőséges győzelmet nyert. Ebben az ütközetben Vecellin ispán megölte koppány herceget, és ezért a Boldog Istvántól aki akkor még fejedelem volt, terjedelmes birtokokat kapott jutalmul. Magát koppányt pedig Boldog István négy részre vágatta, egy részét az Esztergomi, a másikat a Veszprémi, a harmadikat a Győri kapura felfüggesztette, a negyediket pedig Erdélybe küldte. Boldogult István fejedelem a fogadalmát, amit akkor Istennek tett, híven be is váltotta, mert örök érvénnyel elrendelte, hogy a koppány vezér tartományában élő minden nép gyermekeiből, terményeiből és barmaiból tizedet fizessen Szent Márton kolostorának. Az említett Vecellinus pedig Rádit nemzette, Rádi pedig Miskát nemzette, Miska pedig Koppányt és Mártont nemzette. Szent István király továbbá, miután az isteni rendelés akaratából a királyi felség koronáját elnyerte, Híres és hasznot hajtó háborút viselt. Anyai nagyatja, név szerint Gyula ellen, aki abban az időben az egész Erdőn túli ország kormányzatát a kezében tartotta. Az úrnak 1002. esztendejében, aztán Szent István király elfogta Gyula herceget a feleségével és két fiával együtt, és Magyarországra küldte őket. Ezt pedig azért tette, mert Szent István király gyakori intése ellenére sem tért a Krisztus hitére, és nem hagyott fel a magyarok elleni erőszakoskodásokkal. Terjedelmes és igen gazdag országát pedig a maga egészében a magyar királysághoz csatolta. Ezt az országot magyar nyelven Erdélynek nevezik. Számos folyó öntözi, amelyeknek homokjából aranyat gyűjtenek, és ennek a földnek az aranya a legfinomabb. Ezek után hadat indított a bolgárok és szlávok fejedelme Keán ellen. Ezek a népek olyan vidéken laknak, amelyet fekvése természettől fogva felettébb megerősített. Ennek következtében csak sok fáradtsággal és verejtékkel sikerült az említett fejedelmet legyőzni és megölni. Felmérhetetlen mennyiségű kincset nyert, főképpen aranyban, gyöngyökben és értékes drágakövekben. Oda is telepítette egyik szép apját, népszerint Zoltánt, aki azután örökül hagyta ezeket az erdélyi részeket, és ezért a nép nyelvén így szokták mondani Erdélyi Zoltán. Ez ugyanis igen öreg volt. A Szent Király idejéig elélt, és a király azt akarta, hogy gazdag népek fölött uralkodjék. Ebből a sok kincsből Szent István király nagyon meggazdagodott, és a fehérvári bazilikát, melyet ő alapított, aranyozott oltárokkal, keresztekkel és kejhekkel, és a legtisztább aranyjal átszőtt és drágakövekkel hímzett, főpapi öltözékekkel halmozta el és gazdagította. Szent edényeket és más használati eszközöket is ajándékozott ennek a bazilikának, és más egyházaknak is királyi bőkezűséggel. Többek között ugyanennek a Fehérvári Egyháznak örök emlékezetre méltó ajándékot adott. Tudnélik két püspöki palliumot, mindkettőnek a széle 74 márka színtiszta aranyjal és drága kövekkel volt kihímezve, és ezeket boldog Benedek, a Szent Római Egyház pápája Szent István kérésére olyan tekintélyes kiváltsággal ruházta fel, hogy aki ezeket Mise mondás alkalmával használja, annak joga legyen a királyt törvényesen felkenni, megkoronázni és karddal felövezni. Mivel azonban ennek a gyulának a vagyonát erőszakkal szerezte meg, azért ez az egyház gyakran szenvedett a tűzvéstől. Ebben az egyházban kényszerítette István király anyai nagyatját, hogy akarata ellenére egész kíséretével együtt keresztelkedjék meg de ezek után olyan tiszteletben tartotta, mint tulajdonapját. Gizella királyné pedig, az említett király felesége, az egyházat mód fölött gazdagította aranykeresztekkel, ampolnákkal, oltártáblákkal, kejhekkel, gyöngyökkel és ékességekkel. Azután a szent király a fiával, szent Imrével, és a királynéval együtt abba a városba ment, amelyet Óbudának hívnak. És mivel, hogy itt nem talált semmiféle Krisztusban megszentelt alkotást, ahol a mindenség teremtőjét dicsérni lehetett volna, azért a Szentséges királya bolgárok és szlávok említett fejedelmének, a megölt Keánnak kincseiből a város közepén azonnal egy nagy kolostort kezdett építeni Péter és Pál apostolok tiszteletére. Számos birtokkal gazdagította, és a római egyházéhoz hasonló kiváltsággal támogatta a római kúria iránti tiszteletből, és annak emlékére, hogy személyesen ellátogatott oda. Amikor tehát építették, Görögországból hoztak kőfaragó mestereket, és a szentséges király és a királyné itt szokott tartózkodni ájtatoskodás céljából. A királyné pedig gondoskodott keresztekről, oltártáblákról és ékességekről. Mivel pedig ez a megkezdett nagy építkezés sok évig tartott, nem is lehetett befejezni a kolostort Szent István király életében, hanem Isten akaratából sok idő múltán a szentséges László király, a megboldogult Istvánnak unokája fejezte be ezt a művet, tudnélik azért, hogy teljesítse ősének fogadalmát, amint ezt bővebben ki is fogom fejteni. Szent István királynak pedig az volt a legfőbb szokása, hogy mindazokat az egyházakat, amelyeket ő alapított, minden évben legalább háromszor meglátogatta. És amikor az egyházakhoz megérkezett, először oda ment minden oltárhoz, és mindegyik oltár előtt egy-egy könyörgést mondott. Végül kimenvén az illető egyházat egészen körüljárta, fürkésző szemmel és gondosan megvizsgálta a falak és a tetők töréseit és repedéseit, és tüstént gondoskodott a kiavításukról, és az illető városból vagy faluból nem távozott, ami kiavítva nem láthatta az egyházat. Ennek láttán Gizella királyné is, amikor Magyarország valamely egyházához érkezett, az úrházában levő minden felszerelést megmutattatott magának, és a megjavításra szoruló sejem vagy bársony holmit minden évben megjavította. Az ő fiúk, megboldogult Imre pedig saját bíbor ruháit az oltár elé szokta lerakni, hogy azzal takarják le az oltárokat, ahogy ez ma is látható a királyi egyházakban. A szentséges apa pedig aranyos erszényt szokott övében hordani tiszta ezüst dénárokkal tömbe, és ha szegényeket látott, oda ment hozzájuk, és saját kezüleg gondoskodott róluk. És ezért van könyörületes jobbja, testétől különválva Magyarország szem előtt, mind a mai napig. Közben történt dolgok. Az Úr 1022. esztendejében sok helyen sok és nagy tűzvész ütött ki. Roppant földrengés is volt május 12-én. A nap tizedik órájában, az Úr mennybe menetele utáni szombaton. Két nap látszott az égen június 22-én. Miután pedig az úr magasztosan könyörületes volt Szent István királyhoz, a királyokat megfutamította kardjának éle előtt, és az ő uralmának vetette alá a körös körül lakó összes idegen népek fejedelemségeit és hatalmasságait. Szent István király fontolóra vette, és szilárdul elhatározta, hogy a világi dicsőség minden pompáját megvetve és a múlandó királyság koronáját letéve egyedül Isten szolgálatának szenteli magát, és a külső gondoktól megszabadulva csendes békességben elmélkedéssel tölti életét. Az volt a szándéka, hogy a királyi felség koronáját átadja fiának az isteni rendelésből szentséges erényekkel ékes Imre hercegnek. Boldogságos Imre pedig ifjúságának korai világában hála az isteni ajándékoknak, a közös emberi természet fölé emelkedett, fel volt fegyverezve az igazság, okosság, bátorság, mértékletesség, bölcsesség, tudás, szelítség, könyörület, jóság, bőkezűség, alázatosság és béketűrés erényeivel, és ékeskedett a többi keresztényi és polgári erényekben is. Amikor tehát a szentséges atya szentséges fiára szándékozott rábízni a kormányzat gondját és az ország irányításának terhét, boldog Imre Herceg megerőzte őt, és korán meghalt. Siratta őt Szent István király és az egész Magyarország nagy-nagy siránkozással, vígasztalhatatlanul. A fájdalomnak ekkora keserűségétől Szent István király elnehezedvén... Nagyon súlyos betegségbe esett. És sok nap múltán is alig érhette meg egészsége valamelyes javulását, régi épsége pedig sohasem állt helyre. Ugyanis lábfájás is sanyargatta, meg szomorúság és kesergés is gyötörte, különösen amiatt, mert vérrokonai közül senki sem látszott alkalmasnak arra, hogy halála után az országot Krisztus hitében megtartsa. Hajlandóbb és készebb volt ugyanis a magyar nép a pogány vallásra hajlani, sem mint a keresztény hitre. Eközben pedig testi erejében hirtelen hanyatlani kezdett, és amikor érezte, hogy a legsúlyosabb kórság nehezedik rá, sietve egy követet küldött tudnélik, Egirút fiát, Budát, hogy nyitra börtönéből kieresse és hozzávezesse vazult nagybátyja fiát, hogy mielőtt meghal, királyjá tehesse. Ezt ifjúkori kicsapongásáért és dőre magatartásáért csukatta be a király, hogy megjavuljon. Meghallotta ezt Gizella királyné, tanácskozni kezdett Budával, ezzel az ocsmány emberrel és a legnagyobb sietséggel egy követet, név szerint Sebest ugyanennek a Budának a fiát küldte el a börtönbe, ahol vazult fogva tartották. Sebeste át megerőzte a király követét, kivájt a vazul szemét, fülének kagylóját ólommal betömte, majd Csehországba szalott. Megérkezvén ezután a király követe a szemétől megfosztott vazult, így sebesülten a királyhoz vezette. S látta Szent István király, milyen nyomorultul tönkretették, keserves könnyekben tört ki, de mivel betegségének gondja akadályozta, nem tudta méltó büntetéssel sújtani a gonosztevőket. Magához hivatván tehát Kopasz Lászlónak, nagybátyjának fiait, tudnélik Andrást, Bélát és Leventét, azt tanácsolta nekik, hogy amilyen gyorsan csak tudnak meneküljenek, hogy életüket és testi épségüket megőrizhessék. Ők tehát a Szent Király üdvös tanácsával egyetértve a gonosságok és cselszövések elől Csehországba futottak. Szent István király haláláról Szent István király pedig szentséggel és kegyelemmel telve, uralkodásának 46. évében, a boldogságos szűz Mária mennybe menetelének ünnepén, a jelen hitvány világból kiragadtatik, az angyaloknak szent karába soroztatik. Eltemették pedig a Fehérvári Bazilikában, amelyet ő épített Istennek szentséges szülőanyja a mindenkor szeplőtelen szűz Mária tiszteletére. Sok jel és csoda történik itt ugyanezen szentséges István király érdemei folytán a mi urunk Jézus Krisztus dícséretére és dicsőségére, aki áldott mindörökkön örökké, ámen. Azon nyomban gyászba fordult Magyarország vigassága, és az ország minden népe nemesek és nemtelenek, gazdagok, szegények egyaránt siránkoztak a szentséges királynak, árvák, kegyes atyának elhalálozása miatt, bőséges könyhullatással és sok-sok jajgatással. Az ifjak és hajadonok a gyász és szomorúság miatt gyászruhába öltöztek, három évig táncot nem lejtettek, és a zeneszer minden faja elhallgatott édes hangú vigaszával. Siratták őt a hű szívnek siralmával, és siralmuk nagy volt és végasztalhatatlan. De Gizella királyné Budával, bűntársával együtt a német, vagyis inkább Velencei Pétert, a királyné testvérét akarták királynak megtenni. Arra törekedtek, hogy Gizella királyné kénye szerint betölthesse akaratát és indulatait, és Magyarország elveszítvén szabadságát a németek hatalma alá vettessék, és Gizella királyné akadály nélkül betölthesse akaratát és indulatait. Péter király apja pedig Vilmos testvére volt Zsigmondnak, a burgundok királyának, de Szent Zsigmond megöletése után a császárhoz ment, s a császár őt Velencébe helyezte, és feleségül adta hozzá nővérét nép szerint Gertrúdot. Tőle született Gizella királyné. Gertrúd halála után pedig Vilmos, Szent István király nővérét vette feleségül, tőle született Péter király. Péter király kegyetlenkedéséről, előzetéséről, visszatéréséről és haláláról. Miután pedig Péter király lett, a királyi felség kegyes voltát sútba dobta, német düvel dúlt fúlt Magyarország nemeseivel nem törődött, E föld javait gőgös szemmel és telhetetlen szívvel zabálta fel a fenevadak vadságával ordítozó németeivel, és a fecskék csivitelésével csicsergő olaszaival együtt és az erődítményeket, őrhelyeket és kastélyokat a németeknek és olaszoknak adta át őrzés véget. Maga Péter is szerfölött kicsapongó volt, és az ő idejében senki sem lehetett biztos feleségének tisztasága, vagy leányának, s nővérének szüzessége felől, a király csatlósainak szemtelenkedése miatt, akik büntetlenül erőszakoskodtak velük. Magyarország főemberei tehát, Látván népük sok baját, amelyeket Isten ellen való módon követtek el ellenük, közös elhatározással kérték a királyt, rendelje el övéinek, hogy hagyjanak feleféle kárhozatos cselekedeteikkel. A király azonban kevés időfében felfúvalkodva, a már előbb benne levő méreg bűzét elterjesztette, mondván, ha még egy ideig megmarad egészségem, minden bírát – a legfőbbeket és tekintélyeseket, éppen úgy, mint a falusiakat, minden százados, sőt tizedest és falunagyot, főembert és városi vezetőt a németekből állítok Magyarország területén. Földjét jövevényekkel fogom betelepíteni, és teljességgel a németek hatalma alá hajtom. Még azt is mondotta, ez a név Magyarország, ebből a szóból származik nyomorúság ezért legyen sorsuk a nyomorúság. Ez volt tehát Péter király és a magyarok közötti viszálykodás melegágya. Péter királyságának harmadik esztendejében, tehát a magyarok főemberei és a vitézek a püspökök tanácsára összegyülekeztek Péter király ellen, és nagy gonddal megvizsgálták, vajon találhatnának-e az országban a királyi nemből valakit, aki az ország kormányzására alkalmas, és őket Péter király zsarnokságától megszabadítaná. És mint hogy az országban akkor senki ilyent nem találhattak, maguk közül választottak egy ispánt név szerint Abát, Szent István király sógorát, és azt állították maguk fölé királynak. Aba pedig összegyűjtvén a magyarok seregét, harcra készen felvonult Péter király ellen. Péter király pedig látta, hogy a magyarok cserben hagyták, nagyon megrémült, és elszökött Magyarországba, hogy Henrik német királytól kérjen segítséget. Mint hogy Péter megszökvén kicsúszott a magyarok keze közül, a magyarok az elvetemült Budát, a szakállast minden bajnak okozóját, az ő tanácsára gyötörte Péter Magyarországot, ízekre vagdalva megölték, mindkét fiának szemét kiválták, sebest pedig, aki vazul szemét kiválta, kezét, lábát összetörve veszejtették el. Egyeseket megköveztek, másokat meg vasaikkal elpusztítva öldöstek le. Péter királynak az országból való kiűzése után Abát királyjá koronázzák. Abát pedig a királyi hatalomra emeltetve királyá szentelték. Mindazokat a határozatokat és adókat pedig, amelyeket Péter király a maga szokása szerint elrendelt, abba király hatájon kívül helyezte. Ezen dolgok intézésében az ország fő emberei közül hárman váltak ki. Egyiket Viskének, a másikat Tojszlaunak, a harmadikat pedig Pezlinek hívták. Ezek népük szabadságát akarták, és hűségesen arra törekedtek, hogy az országot a királyi családnak visszaadják. Aba királyságának harmadik évében Péter Henrik német király kíséretében nagy hadsereggel vonult fel Aba király ellen. Aba király, amikor meghallotta, hogy a magyaroktól cserbenhagyott hagyott Pétert, Herrik német király szívesen befogadta, az úr 1042. esztendejében követet küldött a császárhoz, hogy megtudakolja, vajon ellenségének tartja-e azért mivel Pétert kiűzte az országából, vagy pedig hajlandó vele tartós békét kötni. A császár feleletével ellenségesnek mutatkozott, hiszen ezt felelte. Mivel híveimet jogtalanul bántalmazta, érezni fogja majd, mire és mennyire vagyok képes. Abba király ezek hallatára belátta, hogy a császár Péter uralmát vissza akarja állítani. Ezért haragra lobban van nagy sereget gyűjtött, megrohanta Ausztriát és Bajorországot, és a Duna folyó mindkét partján két felé osztva vitéz harcosainak csapatait kardélre hányta a németeket. Zsákmányt is szedett tőlük, és a Trajzen nevű folyótól igen sok foglyot magával hurcolva, egészen túln városáig nyomult előre, foglyokat szedve, ott pedig éjszakai pihenőt tartott. Mindezt pedig hatvanad vasárnap hétfőjén történt. Hajnali szürkülettől éjszakáig. Hajnal hasadtával pedig a foglyok megszámlálhatatlan sokaságával örvendezve visszatértek Magyarországra. Ezután Karintiába küldött harcosokat. ezek is igen sok foglyot ejtettek és visszatértek Magyarországra. Ebben az időben a császár húsvét ünnepét Kölnben ünnepelte, és főembereivel arról tanácskozott, hogyan lehetne országának a magyarok okozta sérelmeit megbosszulni. Ezek egyöntetüleg azt tanácsolták neki, hogy a magyarokat, akik ok nélkül ellenséges módon törtek be országába, fegyveresen támadja meg, és a foglyokat szabadítsa ki a szolgaságból. Hatalmas hadjáratot indított tehát, és Vratislavnak, Csehország hercegének tanácsára a Dunától északra fekvő területeken átvonult Magyarország határvidéke felé. A magyarok követei pedig azt ígérték a császárnak, hogy a magyarok minden tekintetben fejet hajtanak neki, de Péter királyt nem fogadják vissza országukba. Ezt azonban a császár minden erejével végre akarta hajtani. Péternek ugyanis el volt kötelezve, mert azt ígérte neki, hogy visszahelyezi a királyságába. A magyarok azonban semmiképpen sem egyeztek bele ebbe, és amikor ajándékokat küldtek és hitettettek, hogy a német foglyokat elengedik, a császár sietve visszatért, és a lázadó Gottfried Lotharingiai herceg, Gozilló herceg fia ellen fordult. A következő évben a király követeket küldött a császárhoz, és a békefeltételeket tudakolta, ígérve, hogy a foglyokat, akik nála vannak, elbocsátja, azokért pedig, akiket már nem adhat vissza, megfelelő kárpótlást ad. A császár azonban nem akart addig békét kötni, amíg Bajorországba nem megy, hogy ezek is, akiket a magyarok jogtalanul bántottak, részt vehessenek a tárgyalásokon. A császár tehát Magyarország határára jött, és úgy tervezte, hogy másnap megrohanja azokat az akadályokat, amelyekkel a magyarok elrekeztették a rápca folyót. Eközben pedig a király követei arra kérték a császárt, hogy tűzzön ki megfelelő határidőt, akkorra majd visszaküldi az összes foglyokat, és azon felül még ajándékait is átadja. A császár tehát az ajándékoktól megenyhülve, illetve más fontosabb ügyektől is akadályoztatva visszatért Bözanszomba, ami Burgundia egy városa. Ettől kezdve tehát a király mint hogy biztonságban érezte magát, garázda lett, és kegyetlenül dühöngeni kezdett a magyarok ellen. Azon a nézetem volt ugyanis, hogy urak és szolgák között minden közös legyen, még az esküszegést is semmibe sem vette, és az ország nemeseit mellőzve mindig a köznéppel és nemtelenekkel közösködött. A magyar nemesek azonban nem akarták ezt tűrni, s gúnyolódása miatt megneheztelve rá, összeszövetkeztek és összeesküdtek ellene, hogy megölik. Egyikük azonban elárulta a királynak, hogy összeesküdtek a megölésére, és így abba elfogadta, akiket tudott, és bírósági vizsgálat nélkül megölette őket. Ez nagy kárára vált a királynak. Midőn a király a nagybőtött csanád várában ünnepelte, a nagybőjt alatt, mint egy ötven nemes urat tanácskozás ürügyével egy házba bezáratott, és fegyveres katonáival legyilkoltatta őket, anélkül, hogy bűnbánatot tarthattak, meggyónhattak volna. Ezért Szent Gellért az egyháztól előírt szigorral megdorgálta a királyt, és megjósolta neki, hogy veszély fenyegeti. Néhányan tehát az összeesküvők közül a történtektől felingerelve, sietve a császárhoz mentek, és abba ellen beszéltek, mondván, hogy semmibe veszi esküjét, a nemeseket, akik maguk fölé királyjá emelték, megveti, a köznéppel és nem nemesekkel étkezik, lovagol, állandóan velük beszél. Ezeknek azt mondta a császár, ez bizony nem szokás a nemes embernek, hanem épp az ellenkezőjének. Magát a császárt erősen ösztökélték, hogy bosszulja meg abán a rajta esett sérelmet, mivel abba sem a foglyokat nem küldte vissza, pedig esküvel fogadta a császárnak, sem az okozott károkat nem tette jóvá. A császár tehát felbátorítva a magyarok ösztönzésétől, a norikumi és cseh sereggel meg udvari emberei közül a legharciasabbakkal a flandriaiakkal Ausztria őrgrófságába vonult, eltitkolván, hogy Magyarországba szándékozik betörni, és azt színlelte, hogy csak azt akarja behajtani abba királytól, amiben megállapodtak, és ezután vissza fog fordulni. Ekkor érkeztek abba király követei a császárhoz, és visszakövetelték tőle azokat a magyarokat, akik hozzá menekültek. Bepanaszolták őket, mondván, hogy azok gazemberek és hazaárulók, a legfőbb szítói a császár és a magyarok közti háborúskodásnak és viszálynak. Holott a magyarok híven engedelmeskednek a császárnak, ezért azokat, akik viszálykodás ilyen magvait hintik el, át kell adni Abának, a magyarok királyának kezébe. A császár azt felelte, hogy erre semmiképpen sem hajlandó. Gyorsított menetben megrohant a teát Magyarország határait és betört sopronnál. De amikor Babótnál át akart kelni a Rápca folyón, a kiöntött vizek, a sűrű cserések és az ingoványos mocsarak miatt áthatolhatatlan Rápcán nem tudott átkelni. A magyarok azonban, akik a császárral és Péter királlyal voltak, a Rába és a Rápca folyók mellett fölfelé vezették a sereget, és egész éjszaka lovagolva, hajnal hasadáskor, egy könnyű gázdón át is keltek rajtuk. Aba király pedig Ménfőnél, Győr mellett szállt vele szembe fegyvereseinek nagy sokaságával. Szerfölött bízott a győzelemben, mivel egy némely bajorok bizalmasan tudtára adták vele, hogy a császár csak kevés emberrel vonul ellene. És, mint mondják, Aba király el is nyerte volna a győzelmet, ha némely magyarok Péter király iránti barátságukat megőrizve, a földre nem dobják harci lobogóikat, és meg nem futamodnak. A németek pedig azt mondják, hogy midőn az ütközethez közeledtek, égi jelként finom köderezkedett le. Majd az isteni rendelésből támadt heves szélvihar rettenetes port hordott a magyarok szemébe, akiket a pápa úr állítólag már korábban átokkal sújtott, mivel királyukat, Pétert megfosztották méltóságától. Amikor tehát ütközetre került a sor, Mindkét sereg hosszasan és hevesen harcolt, de végre a császáristen Isten segítségében bizakodva szerencsésen győzelmet aratott. Aba király legyőzve a Tisza felé futott, és egy faluban a magyarok, akiknek királysága alatt sokat ártott, egy düledező szobában kegyetlenül meggyilkolták. Testét abban az egyházban temették el, amely ama falu közelében volt de néhány év múlva, amikor kiantolták sírjából, szemfedőjét és ruháit romlatlanul találták, és sebb helyeit begyógyulva. Végül a saját kolostorában, sárosban temették el a testét. A császár pedig visszatérve táborába, az üdvöt hozó kereszt szentséges fája előtt, alázatosan és áhítattal leborult, leoldott a lábáról saruit, testére vezeklő övet kötött, és úgy magasztalta Isten irgalmát egész népével együtt, hogy azon a napon megszabadította a magyarok keze közül. A németek közül ugyanis aznap mérhetetlen sokaság veszett el azon a helyen, úgyhogy azt a helyet mind a mai napig az ő nyelvükön, Fellurunt Páírnak, a mi nyelvünkön pedig Veszett Németnek nevezik. A holtete meg bűze miatt ugyanis két hónapon keresztül senki emberfia nem mehetett át szép azon a vidéken. Az íjjászok ugyanis leöldösték őket. Aba király halála után Péter királyt teljességgel visszahelyezik királyi méltóságába. Eközben a magyarok összegyülekezvén könyörögve mentek a császárhoz, bocsánatáért és irgalmáért esedezve. A császár kegyes arccal és jóságosan fogadta őket, és megadta nekik, amit kértek. És innen egész népével fehér várra ment, melyet németül Weizenburgnak neveznek. Ez Magyarország fejedelmi székhelye. Itt tehát a császár, akit a magyarok császárnak kiáró tisztelettel és fényes előkészülettel tiszteltek meg, Péter királyt teljességgel visszahelyezte királyi méltóságába, és Szent István király szent jelvényeivel királyi módon, felékesítve saját kezével vezette a királyi trónushoz. Isten dicsőséges anyjának, az örökké Szűzmáriának a bazilikájában. Királyi módon trónra ültette, és ugyanitt a királyt a magyarokkal, a magyarokat pedig a királyjal kibékítette, és a magyarok kérésére megengedte, hogy megtartsák a magyar törvényeket, és a magyar jogszokás szerint ítélkezzenek. Miután a császár mindezeket ilyen módon elrendezte, Péter királyt saját őrségével Magyarországon hagyta, és kívánsága szerint jó szerencsével tért vissza Regensburgba. A következő évben is visszatért a császár Magyarországba. Péter király pedig a szent ünnepen egy aranyozott láncsa képében átadta a császárnak Magyarországot, a magyarok és a németek színe Ezen felül a király még sok és fényes ajándékkal tisztelte meg a császárt, az pedig dicsőséggel tért vissza hazájába. Eközben Endre, Béla és Levente, akik Csehországba menekültek, szűkös szegénységük miatt átmentek onnan Lengyelországba. Mieszkó Lengyelország fejedelme szívesen fogadta és tiszteletben tartotta őket. Ekkor azonban a pomeránok vonakodtak megadni az évi adót a lengyelek fejedelmének, akinek tartoztak vele. A fejedelem pedig a neki járó adót fegyveres csapattal kezdte behajtani a pomeránoktól. A pogány pomeránok és a keresztény lengyelek közösen megegyeztek, hogy vezéreik párviadalt vívjanak, és ha a pomeránt legyőzik és elesik, fizessék meg a szokásos adójukat, ha pedig a lengyel el, csupán a maga kárát sírassa. Mivel Mieszkó fejedelem is, a fiai is féltek elfogadni a kitűzött párviadalt, Béla magát középre vezettette, és tolmács útján így szólt. Ha jónak látjátok, lengyelek és a fejedelem úr is, harcolni fogok országotok javáért, és a fejedelem becsületéért, bár nemesebb vagyok, mint ez a pogány. Tetszett ez a pomeránoknak és a lengyeleknek egyaránt, és amikor felfegyverkezve összecsaptak lánzsájukkal, mint mondják Béla, oly emberül letaszította lováról a pomeránt, hogy az a helyéről mozdulni sem tudott, és Béla kardjával a földhöz szögezte. Maga a pomerán vezér is bevallotta, hogy ő a vétkes. Ennek láttán a pomeránok alázatosan meghódoltak Lengyelország fejedelmének, és a szokásos adót ellentmondás nélkül megfizették. A fejedelem pedig a megszerzett győzelemmel visszatérve magasztalta Béla merészségét és erejének hatalmas voltát és neki adta az egész pomeráni adót, és vele együtt a leányát feleségül, és elrendelte, hogy mindazt, amire szüksége van, elegendő mértékben és bőségesen szolgáltassák ki neki, és őt minden módon megtisztelve fejedelemségében tartotta, s nem mulasztotta el jó nagy darab földdel is megjutalmazni. Maga Béla herceg pedig két fiat nemzet Lengyelországban. Az egyiket Gézának, a másikat pedig nagyatya neve után Lászlónak hívták. Endrének és Leventének nem tetszett, hogy Béla révén csak holmi kolonsként éljenek Lengyelország fejedelménél, és méltatlannak találták, hogy Béla jó neve miatt a fejedelem udvarában maradjanak. Ezért engedelmet kértek a fejedelemtől, és ott hagyva testvérüket Bélát elmentek Lodoméria királyához, de az nem fogadta be őket. És, minthogy nem volt hol lehajtani a fejüket, tovább mentek a kunokhoz. A kunok pedig látták, hogy előkelő személyek azt gondolták, hogy földjük kikémlelésére jöttek, és ha egy magyar fogoly rájuk nem ismer, meg is ölték volna őket. Így egy ideig ott tartották őket. Onnét utóbb Oroszországba mentek. Ebben az időben Magyarország egyes főemberei az ország romlásán bánkódva Magyarországot Péter király zsarnokságától meg akarták szabadítani. Csorbítatlanul őrizték hűségüket Endre, Béla és Levente iránt, akik Szent István király nemzetségéből származtak, és javaikból, amiük csak volt, küldözgették nekik követeik útján, és hűségesen szolgálták őket. Ezek a főemberek Viska, Bua és Búna voltak, meg ezeknek más rokonai, és mindig sóhajtozva és búslakodva várták az alkalmas időt, amikor Andrást, Bélát és Leventét visszahozhatják Magyarországba, és igyekeztek minden erejükkel visszaállítani Szent István király nemzetségének a királyságát, aki szerette és felmagasztalta őket. Péter király azonban a német király hatalmában bizakodva már nem is uralkodott, hanem inkább a zsarnokság kegyetlenségével nyomta el és ostorozta Magyarországot. Péter királynak pedig némely álnok emberek tudnélik Buda és Devecser áruló módon tudomására hozták, hogy Magyarország említett nemesei tudnélik Viska, Bua és Búna és ezeknek rokonai azon gondolkoznak, miképpen juttathatnák vissza a királyi nemzetségnek a királyságot, és hogyan hozhatnák vissza az országba Andrást, Bélát és Leventét Péter király ellenében. Péter király heves haragra lobbanva, elfogadta és kínpadra vonva megölette őket, másoknak pedig kiváljatta a szemét, úgy gyötörte. És az egész Magyarországot oly nagy sanyargatással kínoszta, hogy inkább választották volna a halál sem, hogy ilyen nyomorúságban éljenek. Ekkor Magyarország nemesei látván népüknek romlását csanádban egybegyültek, és országos tanácsot tartva ünnepélyes követséget küldtek Oroszországba, Andráshoz és Leventéhez, mondván, hogy egész Magyarország hűségesen várja őket, és az egész ország készséggel engedelmeskedik nekik, mint királyi nemből valóknak, csak jöjjenek már be Magyarországra, és védelmezzék meg őket a németek dühétől. Esküvel is megerősítették, hogy mi helyt bejönnek Magyarországra, minden magyar egy szívvel, egy lélekkel azonnal hozzájuk sereglik és uralmuknak aláveti magát. Endre és Levente pedig kendőzött cselvetéstől tartva, titkon követeket küldtek Magyarországra. Midőn aztán maguk is új várhoz érkeztek, amelyet Aba király épített, íme Magyarország egész népessége csapatosan hozzájuk sereglett, és az ördög ösztönzésétől feltüzelve makacsul azt kérték Endrétől és Leventétől, hogy engedjék az egész népet pogányvallás szerint élni, a püspököket és papokat leöldösni, a templomokat lerombolni, a keresztény hitet elvetni és a bálványokat tisztelni. Megengedték tehát nekik, hogy menjenek és vesszenek szívük kívánsága szerint ősapáik koholt hitében, másképpen ugyanis nem akartak harcolni Péter király ellen Endreért és Leventéért. Az első az újjászületettek közül egy vata nevezetű volt Bélus várából, aki magát a démonoknak szentelte. Leborotvált a fejét, és hajából három ágban varkocsott font a pogányok szokása szerint. Ennek a fia név szerint Janusz utóbb, sokkal későbbi időben, atya hitét követve sok varázslót, javasasszonyt és jóst gyűjtött maga köré, akiknek bűbájoskodásai révén felettek kedvelté lett az urak között. A sok asszony boszorkány közül egyet, egy Rasdi nevűt elfogott a legkeresztényibb Béla király, és addig tartott a tömlőcbe zárva, míg saját lábát felfalva meg nem halt. A magyarok visel dolgairól írt régi könyvekben megvan írva az is, hogy tilos volt a keresztényeknek Vata és Janusz vérrokonaiból választani feleséget, mert miként a törvény uralma idején Dátán és Ábírám lázadást szítottak az úr ellen, ezek a kegyelem uralmának idején fordították el a magyar népet Krisztus hitétől. Ekkor tehát ennek a Vatának átkos és kárhozatos buzdítására az egész nép a démonoknak áldozta magát, és elkezdtek lóhúst enni és mindenféle gonoszat művelni. Mert bizony a papokat is, meg a keresztény hitet megtartó világiakat is leöldösték és az Isten igen sok egyházát ledöntötték. Azután Péter király ellen fellázadva minden németet és olaszt, akik szerte az országban különböző tisztségekben voltak, rút halállal kivégezték. Péter táborába pedig gyors lovakon ének idején elküldtek három hírnököt, hogy kihirdessék András és Levente urak parancsát és rendeletét, hogy a püspököket a papsággal együtt gyilkolják le, a tizedszedőket koncolják fel, állítsák vissza a pogány hagyományt, teljesen töröljék el a hadiadót, és vesszem Péternek emléke mindörökre, s azon túl is, németjeivel és olaszaival egyetemben. Amikor reggel lett a király, megtudakolta, mi történt, és megbizonyosodott róla, hogy visszatértek a testvérek, és miattuk koncolták fel előjáró embereit a magyarok. Nem látszott rajta félelem a hírek miatt, sőt, vidámnak mutatkozott, táborát ama helyről felszette, és zsitva tőnél átkelt a Dunán, mivel fehér várba kívánt bevonulni. A magyarok azonban megsejtvén szándékát megerőzték őt, elfoglalták a város harangtornyait és és a kapukat bezárva kirekesztették őt. Eközben pedig Endre és Levente a nép tömegével végigvonult Magyarország közepén, és amar évhez közeledett, melyet a nép Pestnek nevez. Ennek hallatára Gellért, Bestrid, Budli és Beneta püspök, meg Szolnok ispán elindultak Fehérvár városából Endre és Levente hercegek elé, hogy tisztességgel fogadhassák őket. És midőn az említett püspökök sietve arra a helyre érkeztek, amelyet Diódnak neveznek. Szent Szabina templomában misét akartak hallgatni, mielőtt uraik elé járulnak. Boldog gellért püspök tehát a misemondáshoz papíruhába öltözve buzdító szavakat szólt hozzájuk, mondván, testvéreim és püspöktársaim, és ti, többi hívők, akik itt vagytok, tudjátok meg, hogy mi a mai napon a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz megyünk az örök végasságba, mártír koronával koronázva. Én ugyanis feltárom nektek az Istennek titkát, melyet nékem ezen éjjel kinyilatkoztatott. Láttam ugyanis a mi Urunkat, Jézus Krisztust, szentséges anyjának, az örökkön szűz Máriának a patkáján ülve, amint magához hív bennünket, és testének és vérének szentségét saját kezével nyújtja nekünk. Amikor pedig Benet a püspök járult eléje, elvonta előre Krisztus az eukarisztiát. Ezért ő a mai napon nem lesz részese a mi vértanúságunknak. Ezután pedig boldog gellért intette őket, hogy gyónják meg egymásnak bűneiket, így a mise meghallgatása után a vértanú halállal elnyerendő örök boldogság biztos reményében imádkozva és örvendezve áldoztak minnyáján. Azután együtt folytatták útjukat a Pestnél lévő Dunarév felé. Boldog Gellért püspök pedig, minthogy termetre kicsi volt, s minden erejét felemésztette Isten szolgálatában, kocsi segítségére szorult. És midőn az említett révhez érkeztek, íme elvetemült emberek tudnélik vata és cinkosai ördögi lélekkel eltelve, mert annak adták magukat, Rárohantak a püspökökre és társaikra, és kövekkel elborították őket. Boldog gellért püspök pedig azokat, akik őt kövezték, szüntelenül a kereszt jelével jelölte meg. De azok ennek láttán még inkább megvadultak, rárohantak, kocsiját a duna partján felfordították, őt pedig a kocsiából kivonszolva egy taligára ültették, és kelem föld hegyéről ledobták. És mert még mindig lélegzett, láncsával a szívébe szúrtak, és azután egy sziklakövön összetörték a koponyáját. Krisztus dicsővér tanúja így tért meg a világi nyomorúságból az örök boldogságba. A Duna gyakran kiárat addig a nagy kőig, amelyen Szent Gellért fejét szétverték. De hét évig nem tudta a vérét lemosni. Végre a papok fölszedték. Ez a kő most csanádban van az ő oltár alapján, azon a helyen pedig, ahol a koponyáját összetörték, a hegy lábánál egy szent gellért vértanú tiszteletére épült templomban. Ez a gellért rosszákkóban volt szerzetes, származására nézve velencei, és amikor Pannóniába jött, először Bakonybélben remete életet élt, végül pedig a csanádi székbe került püspöknek. Budli püspök is kövektől elborítva bement a dicsőség honába. Bestrik és Beneta hajóval átkeltek a Dunán, Endréhez és Leventéhez, de a túlsó parton lévő eretnekek Bestrik püspököt halálosan megsebesítették, három nap múlva meg is halt. Endre herceg közben odaérkezett, és Beneta püspököt kiszabadította a kezükből. És így beteljesedett Szent Gellért jóslata, Benetán kívül minnyáján a mártírhalált haltak. Szolnok Ispán is. Ő lovával a Dunába ugratott és úsztatott, amikor egy Mutmír nevű ember arra hajózván beemelte hajójába, hogy a haláltól megszabadítsa. Ezt a Mutmírt ugyanis Szolnok Ispán keresztelte meg. Mikor aztán meg akarta menteni az említett Ispánt, az eretnekek halállal kezdték fenyegetni, ha nem öli meg Szolnok Ispánt. A fenyegetéstől félve Mutmér az ispánt kardjával megölte a hajójában. Krisztus hitéért ezen a napon a papoknak és a világiaknak oly nagy sokasága szenvedett vértanúhalált, halált, hogy számukat csak az isten és angyalai tudják. Péter király haláláról Péter király pedig, amikor látta, hogy a magyarok egy szívvel, egy lélekkel, Endre és Levente herceghez csatlakoznak, maga is futni kezdett németjeivel Mosony felé, hogy innét Ausztriába átmehessen, de nem sikerült elmenekülnie. Közben ugyanis a magyarok az ország kapuit és kiáratait már elfoglalták. De Endre herceg követe is visszahívta Péter királyt békekötés ürügyével, és hogy neki illő tisztséget biztosítsanak. Ez hitelt adott neki, mint mondják, és visszatért, de leginkább kényszerűségből, mivel megtudta, hogy hadseregét már elvágták tőle. Ezért sietve vissza akart térni Fehérvárra. Amikor betért a Zámor nevű faluba, az említett követ el akarta fogni és megkötözve Endre herceg elé vezetni. Péter azonban megsejtvén ezt, bevette magát egy udvarházba, és három napig vitézül harcolva védelmezte magát. Végül minden katonáját elpusztították az íjászok, őt magát meg élve fogjulejtették, és megvakítva Fehérvárra vitték. Itt a szörnyű fájdalom miatt rövidesen befejezte életét. Pécset temették el abban a bazilikában, amelyet ő alapított uralkodásának harmadik évében. András király megkoronázásáról, életéről és haláláról. András herceg aztán mihelyt ellenségeinek zavargásai elől biztonságba jutott, a királyi székhelyen Fehérvárot elnyerte a királyi koronát. Csupán három püspök koronázta meg, azok, akik a keresztények, ama nagy pusztításából megmenekültek az úrnak 1047. esztendejében. Főbejáró büntetés terhe alatt elrendelte tehát egész nemzetének, hogy a korábban engedélyezett pogányvallást elhagyván az igaz hitre térjenek vissza, és mindenben amatőrvény szerint éljenek, amelyre Szent István király tanította őket. Levente pedig ugyanezekben a napokban halt meg, ha tovább élt volna és elnyeri a hatalmat az ország fölött, kétségtelenül megrontotta volna egész Magyarországot a pogánybálványozással. És mivel maga levente nem katolikus módon élt, azért pogány módra temették el, taksony falu környékén, túl a Dunán, ahol állítólag taksony, az ő őse is fekszik. Mondják némelyek, hogy ez a három testvér Vazul hercegnek volt a fia egy bizonyos tátony nembeli lánytól, továbbá, hogy nem törvényes házasságból születtek, és hogy a vérségi kapcsolat miatt kapták a tátony nembeliek a nemességet. Bizonyosan hamis és elvetemült szóbeszéd ez, mert enélkül is nemesek ők, mivel emezek kopasz László fiai, aki, mint mondják, ruténiából kapott feleséget, stőle tőle született ez a három testvér. Ezt a királyt Fehér Andrásnak és Katolikusnak hívták. Három év alatt fegyvereivel a magyarok adófizetőivé tette a lengyeleket, cseheket és ausztriaiakat. Ez az András király, amikor testvérét elveszítette, követet küldött Lengyelországba másik testvéréhez, Bélához, és nagy szeretettel hívta őt, mondván, egykoron mi társak voltunk a szükségben és szenvedésben, kérlek most, szerelmetes testvérem, ne késlek egy idejönni, hogy társak legyünk az örömben, és az ország javainak örvendezve személyes jelenlétedben osztozzunk meg. Nincs ugyanis örökösöm, sem testvérem rajtad kívül. Légy te az én örökösöm, és légy utódom a királyságban. Béla elérzékenyedett ezektől a szavaktól, és egész háza népével a királyhoz jött. Amikor a király meglátta őt, szerfelett megörült, mert öcsének erejére is támaszkodhatott. Ezután pedig a király és testvére Béla tanácsot tartván az országot három részre osztotta. Kétharmad rész a királyi hatalom tulajdonában maradt, a harmadik rész pedig a herceg birtokába ment át. Az országnak ez az első megosztása sok viszálynak és háborúnak lett a magva Magyarország királyai és hercegei között. Ebben az időben András király a Balaton tava mellett egy kolostort épített Szent Ányosnak tiszteletére, azon a helyen, amelyet Tihanynak neveznek. Azután feleségül vette a ruténok fejedelmének a leányát. Tőle született Salamon és Dávid. Egy ágyasától pedig, aki Marót faluból való volt, György született. Béla herceg pedig Lengyelországban Géza és László nevű fiait, Magyarországon pedig Lampértet és leányokat nemzett. És a király meg a herceg békében és nagy nyugalomban éldegélt. Ebben az időben a németek királya nagy sereggel ostrom alá vette Pozsonyvárát, mert meg akarta bosszulni a Péter ellen elkövetett jogtalanságot, és uralma alá akarta hajtani Magyarországot. Sok hadigépet építetett a várostromára, de nyolc heti ostrommal sem tudott semmit elérni, és elgyengülve és erejét veszítve visszatért hazájába. A következő évben pedig a császár nagy sokasággal ugyancsak emiatt jött Magyarországra a Zala és Zselic patakok forrásai mentén de élelemmel meglakott hajókat is küldött Magyarországra a Dunán, és ezeknek élére testvérét, Gebhárt püspököt állította. Ennek hallatára András király és Béla herceg a gabona kazlakat és a szénabogjákat tűzzel mind felégették, és arról a vidékről, ahol a császár át akart vonulni, a lakosokat összes állataikkal együtt messzire költöztették. És amikor a császár Magyarországra bevonult, és a felégetett vidékekre érkezett, nem talált élelmet katonái és lovai számára, és azt sem tudta, hol vannak a hajói, így hát azoktól sem kaphatott semmiféle segítséget. Átkelvén pedig az erdőkön, a bodajki hegyekhez közeledett, szükséget szenvedve minden élelemben. Eközben pedig, Gephardt püspök győrbe érkezett, és Henrik császárhoz levelet küldve tudakolta, hol várakozzék rá. Azt azonban, aki a levelet vitte, mivel Isten is úgy akarta, András király portyázói elfogták, és hozzávezették. És miután Miklós püspök tolmácsolása révén a levél tartalmát megértették, írtak Gephardt püspöknek egy válaszlevelet, amelyet egy jövevényen elküldtek neki az pedig színlelve, hogy a császár küldte, előadta Gebhard püspöknek a levelet, amely ilyesmit tartalmazott. Tudd meg, jóságos Gebhard püspök, hogy birodalmunk nagy és súlyos ügyei arra kényszerítenek, hogy Magyarországról visszatérjünk Németországba. Ellenségeink ugyanis birodalmunkat ellenséges indulattal elfoglalták. Rajta tehát igyekezz, és a hajókat szétrombolva, a lehető leggyorsabban jelenj meg előttünk Regensburgban. Számodra sem biztonságos ugyanis Magyarországon időzni. Amikor Gebhardt püspök megtudta ezeket, sietve Németországba menekült. A császár teát a hajóktól várt támogatás reményétől elesve halálos szükségbe jutott, és vele együtt egész hadseregét is a lovakkal és teherhordó barmokkal együtt a nyomorúságos éjhalál veszedelme fenyegette. Ezen felül a magyarok és a besenyők minden éjjel kegyetlenül nyugtalanították, mérgezett nyilaikkal öldösték őket és sátraik közé kötereket feszítettek, és sok embert elraboltak, akik valamilyen szolgálatban jártak. A németek a nyílzáportól való félelmükben kínlódva és pusztulva beásták magukat a földbe, és maguk fölé emelve pajzsukat, elevenen sírba feküdtek a halottakkal együtt. Mert a sírgödörben, amelyet nappal a holtnak ástak, éjszaka az élő feküdt. És amit az élő számára éjszaka ástak, azt nappal magának követelte a halott. Látta a császár, hogy mennyi és milyen veszélybe bonyolódott, követet küldötte át András királyhoz és Béla herceghez, és örök és szilárd békét kért. Azt mondta ugyanis, hogy ha András király biztonságos utat enged neki a visszavonuláshoz, és ha ésségtől gyötört cseregének segít életben maradni, akkor ő soha András király és utódai ellen nem fog fenekedni, és ezen túl a magyarok királyát sem szóval, sem tettel, sem szándékkal sérteni nem próbálja. Sőt, ha utódai közül valaki fegyvert fogna Magyarország leigázására, sújtsa a mindenható Isten haragja, és legyen örök átok alatt. Zsófia nevű leányát is hajlandó András király fiához, Salamonhoz feleségül adni az örök béke szilárdabb megerősítésére. S szent esküvéssel fogadta, hogy mindezeket híven meg fogja tartani. András király és Béla herceg tehát, mivel inkább a béke híve is, mint a viszálykodás magvetői akartak lenni, békét kötöttek a császárral. A császár pedig személyes esküvel erősítette meg, hogy mindazt híven teljesíti, amit fogadott. Ekkor András király Magyarország királyainak szokásos bőkezűségével küldött a császárnak ötven óriási testű vizát, kétezer tábla szalonnát, ezer óriási bikát, a kenyérből pedig többet, mint amennyit magukkal tudtak vinni, juhokat és ökröket, vagyis legelő barmokat és fölös mennyiségben bort. A németek tehát a magyarok könyörületéből megmenekülve a haláltorkából, ott hagyták sátraikat és pajzsaikat, és mindenhol miukat elhányva, oly gyors menetben igyekeztek visszatérni Németországba, hogy vissza se néztek. Emiatt azt a helyet, ahonnan a németek oly rútul megszégyenülve, vértjeiket eldobálva elfutottak, mind a mai napig vértes hegyének nevezik. Salamonnak Zófia úrnővel történt eljegyzéséről és arról, hogyan koronázta meg apja még gyermekkorában. Miután pedig Henrik császár ekkora gyalázattal Magyarországból a saját földjére futott, András király követeket küldött hozzá, és arra kérte, hogy Zsófia leányát ígérete szerint adja hozzá házastársul fiához, Salamonhoz. A császár pedig, ahogy esküjével ígérte, híven teljesítette kérését. Miután tehát a királyi lakodalmat megülték a Morva folyó mellett, és a békeszerződés szilárdan megerősítették, a császár és a király örömmel tértek haza. De András királyt ezután hamarosan szélütés érte, és mind a téli, mind a nyári évszakban hordszéken kellett hordozni. Szent István király halála után tehát 11 év és négy hónap telt el András király uralkodásának első esztendejéig. Ezen időközben a német, vagyis inkább velencei Péter uralkodott első és másodízben ízben öt és fél évig, abba pedig három évig uralkodott. Mivel pedig a testi szeretet és a vérségi vonzódás akadálya szokott lenni az igazságosságnak, a fia iránti szeretet András királyban is legyőzte az igazságot. Ugyanis még gyermek fiát Salamont uralkodásának 12. évében öregségtől elgyengülve felkenette királyjá. Amikor pedig királyjá szentelésekor azt énekelték, légy ura a te testvéreidnek, és Béla hercegnek tolmács útján a tudomására jutott, hogy a gyermek Salamont teszik meg az ő királyának, Béla nagyon méltatlankodott. Mivel azonban igen bölcs gondolkozású férfiú volt, testvérének András királynak tetteitől már előre óvakodva elvonult Lengyelországba az apósához. Amikor ezt András király meghallotta, Béla mesterkedéseitől félve fiát Salamont elküldette a német császárhoz, fiának az apósához. Magyarország főemberei közül igen sokan követték őt. Eközben Béla Herceg mindazt a jogtalanságot, amit vele szemben testvére András király elkövetett, tudomására hozta apósának Lengyelország fejedelmének. Lengyelország fejedelme pedig híven és hathatósan a segítségére sietett, úgyhogy Béla Herceg apósának három csapatától támogatva visszatért Magyarországra. András király pedig amikor megtudta, hogy Béla hadsereggel vonult Magyarországra, a német császártól két hadvezért küldetett a maga megsegítésére, tudnélik Vilmost és Potot, sőt, a csehek fejedelmét is, aki rokonságban állt vele, Zsoldjába fogadta és bizakodott zsoldosainak tömegében. Magyarok ugyanis nem nagy számban voltak vele, legnagyobb részt a fiát Salamont kísérték el, és azok közül, akik az országban maradtak, a legtöbben Béla herceghez sereglettek. Béla hercegnek pedig hírül hozták, hogy András király a zsoldosoknak igen nagy sokasága felett rendelkezik. De ő inkább választotta volna a csatában a halált sem, hogy ütközet nélkül kitérjen a király hadsereg erről. Gyors menetben vezette seregét a Tisza felé, András király ellen. Vilmos és Pot vezérek pedig, Teuton dütől tüzelve csapataikkal siettében átkeltek a tiszán, és ütközetbe bocsátkoztak. Mindkét rész derekasan harcolt, de az úr segedelmével Béla herceg nyerte el a győzelmet, és csak nem az összes németeket leölte, vezéreiket pedig elfogta. Azok a magyarok, akik András király oldalán voltak látva, hogy Béla herceg nyeri el a győzelmet, cserben hagyták András királyt, és átpártoltak Béla herceghez. András király Németország felé futott, de nem tudott elmenekülni, mert a mosonyi kapunál elfogták, és mivel gondatlanul tartották fogva a bakonyi erdőben, Zircnek nevezetű udvarházában elhalálozott. Szent Ányos hitvalló monostorában temették el, amelyet maga a király alapított tihanyban, a Balaton tava mellett. De a csehek fejedelme is fogságba esett, és megvakították. Vilmos és Pot vezéreket pedig Béla herceghez vitték, ő pedig megengedte nekik, hogy szabadon eltávozzanak. Első Béla király megkoronázásáról, életéről és haláláról. Béla herceg tehát, akit Beninnek neveztek, Győztesen és diadalmasan bevonult Fehérvár városába, és itt, miután a püspökök felkenték, a királyi koronával szerencsésen megkoronáztatott. Békésen uralkodott, az ellenség háborgatása nélkül és népének javát kereste. Hozzáértésének egyéb bizonyságai mellett ezt azzal is megmutatta, hogy pénzt veretett nagy érme alakban a legtisztább ezüstből, és az áruk árát meghatározott mérték szerint bölcs megfontolással és igazságos szabályossággal állapította meg. Nem engedte meg a kereskedőknek és pénzváltóknak, hogy a kapzsiság átkos falánkságával fölös hasznot harácsoljanak maguknak az egyszerű emberektől és parasztoktól. Ez ugyanis az azok, ok, amely leginkább szokta a szegénység és szűkölködés veszélyébe sodorni a népeket, és így mindenki a megállapított áron vett és adott, visszaérés és rászedés nélkül. Az adásvevésre szolgáló minden nemű vásárt a szombati napra írta elő, és országa területén bizánci aranyakat hozott forgalomba. Ezüst dénárokat is veretett, mint fentebb megírtuk, negyven ért belőlük egy bizánci aranyat. Ezért ma is negyven dénárt egy aranynak mondunk, nem minthogyha aranyból volnának, hanem azért, mert abban az időben úgy látszik, ennyi dénár ért egy bizánci aranyat. Életének napjai során nem változott a pénz egész Magyarországon. Sok más dolgot is tett, melyek méltók az örök emlékezetre. Emiatt Magyarország szerfölött meggazdagodva az összes körülfekvő országok fölé emelte a fejét, és felülmúlta őket gazdagságban. Itt akkor a szegények meggazdagodtak, a gazdagok dicsőké váltak. A legkegyelmesebb király Magyarország szerte kikiáltókat küldött, hogy minden egyes faluból két-két ékes beszédű öreget hívjanak a király tanácsába. Ennek hallatára nem csak a meghívottak, hanem az összes parasztok és szolgák Magyarország minden köznépével együtt Fehérvárra jöttek a királyhoz. A király és a püspökök, meg az összes előkelők látva a mérhetetlen sokaságot, megijedtek, hát ha rájuk fognak rohanni. Ezért bevonultak a városba és bezárkóztak. A köznép pedig előjárókat állított magának és számukra, fából emelvényt készítettek, hogy az emberek láthassák és hallják őket. Az előjárók pedig követeket küldöttek a királyhoz és az előkelőkhöz, mondván, Engedd meg nekünk, hogy atyáink szokása szerint pogány módra élhessünk, a püspököket megkövezzük, a papokat kicsigereljük, az egyháziakat megfojtsuk, a dézsmaszedőket felakasszuk, az egyházakat leromboljuk, a harangokat összetörjük. Ezek hallatára elszomorodott a király, és három napi határidőt kért, hogy a dolog felett gondolkozzék. Eközben pedig a köznép előjárói magas emelvényükön ülve ocsmány énekeket mondtak a hitellen. A köznép pedig verük együtt örvendezve helyeslően kiáltozott. Úgy legyen, úgy legyen! Amikor pedig a harmadik napon a feleletre várakoztak, a király parancsából fegyveres katonák rontottak rájuk, és közülük egyeseket megöltek, előjáróikat a magasból letaszítván összetörték, a többieket pedig megkötözve kemény ütlegekkel korbácsolták, és így öldökléssel Bilincser és korbáccsal is alig tudták a katonák megfékezni a lázadást. Azután tehát, hogy Szent István király Krisztushoz térítette a magyarokat, ezek kétszer is visszatértek a pogánysághoz. Először András király idejében, másodszor Béla király idejében, amint most megírtuk. A legkegyesebb Béla király pedig, amikor uralkodásának harmadik évét betöltötte, királyi birtokán, dömösön trónszéke összeomolván, testét összetörte, és gyógyíthatatlan betegségbe esett. Félholtan a kinisva patak mellé vitték némely fontos országos ügyek miatt, itt aztán elköltözötte világból. Eltemették pedig a szent megváltó monostorában, amelyet ő maga alapított azon a helyen, melyet szexárdnak hívnak. Salamon király megkoronázásáról és életéről. Salamon király pedig, amikor Béla király halálát hallotta, apósához a német császárhoz ment, és arra kérte őt, hogy állítsa vissza neki Magyarország királyságát. Kérésével a császár örömest egyetértett, és a római birodalom nemes seregével és a császári dicsőségben pompázó kíséretével visszahozta Salamont Magyarországra. Eközben Géza, Béla király fia, amivel bölcs és körültekintő volt, két ifjú testvérével együtt ellenkező irányba, Lengyelország tájai felé vette útját, mert nem tudta Salamon és a németek támadását feltartóztatni. Salamon király tehát minden nehézség nélkül bejött, a király nélkül maradt Magyarországra, nyugodtan bevonult a királyi székhelyre Fehérvár városába, és itt egész Magyarország papsága és népe a legnagyobb tisztelettel fogadta. A császár pedig beszédet tartott a magyarok egész gyülekezete előtt vejének Salamon királynak az érdekében, és a köztük megújított békét esküver hitének lekötésével erősítette meg. Salamon király pedig dicsőségesen megkoronázva, atyai trónusára ültette egész Magyarország egyetértése és kiáltozása közepette. Maga a császár pedig miután Salamon király őt bőkezően megajándékozta Magyarország gazdag kincseivel, szerencsésen visszatért hazájába. Mihelyt a császár eltávozott, visszajött Magyarországra Géza onnan, ahova óvatosan elvonult. Salamon még új király volt, még nem erősödött meg hatalmában, és attól tartva, hogy Géza a lengyel hadsereggel megrohanhatja, övéivel egy kissé visszavonult, és mosonyban, ebben az igen megerősített várban telepedett meg biztos őrhelyen. A püspök és más egyházi férfiak továbbra is buzgóni parkottak, hogy közöttük a békét helyreállítsák. Leginkább Dezső püspök csendesítgette Géza herceg lelkét szelíd intelmeivel, és kedveskedő rábeszélésével, hogy Salamonnak bár fiatalabb adja vissza békében a királyságot, és ő maga békességben tartsa meg a hercegséget, amelyet apja viselt. Üdvös rábeszélésre Géza félretéve a gyűlölködést engedett. Fábián és Sebestyén vértanúk szent ünnepén, aztán Salamon király és Géza herceg győrben a magyarok színe előtt eskü alatt békét kötött. Azután az úr feltámadásának ünnepét mindketten egész udvarukkal együtt Pécset ünnepelték meg. Itt éppen húsvét napján az ország előkelőinek jelenlétében Salamon királyt saját kezűleg koronázta meg Géza herceg, és nagy pompával bevezette Szent Péternek az apostolok fejedelmének királyi bazilikájába a mise meghallgatására. A magyaroknak egész gyülekezete, amikor látták a király és a herceg között létrejött békességet és a kölcsönös szeretetet, dicsérték az Istent a békesség szerzőjét, és nagy volt a vígasság a nép között. Ugyanezen évben a hercegek itt tartózkodásának idején a bazilika borzalmas módon leégett. Arról, hogy Salamonnak és testvérének Dávidnak nem voltak gyermekei. Salamon királynak és testvérének Dávidnak sohasem voltak gyermekei, és bennük András királynak magva szakadt. Úgy hisszük, hogy ez Isten akaratából történt, mert amikor András először visszatért Magyarországba testvérével, Leventével, akkor megengedte az istentelen vatának és más elvetemülteknek, hogy sok szentnek a vérét kiontsák, azért, hogy elnyerhesse a királyságot. Géza herceg pedig nemzette Kálmánt és Álmost, és több leányt. A király és a herceg között pedig 13 éven keresztül nyugalmas béke honolt. Közben a csehek kevéségtől felfuvalkodva betörtek Trencsén városa irányába, és miután emberekben és állatokban gazdag zsákmányt raboltak össze, elhajtottak mindent. A király és a herceg nagy sérelemnek tartotta ezt, Seregeikkel megrohanták Csehországot, és mivel a csehek nem mertek ütközetbe bocsátkozni, a magyarok csak nem egész Csehországot tűzzel vassal elpusztították. Upos Márton fia itt terített le pár viadalban vitézül egy óriási termető csehet, és emlékezetes tette miatt a király és Magyarország összes főemberei később is mindig nagy dicsőségben tartották. Így a király és a herceg az övéin esett sérelmet a cseheken keményen megbosszulván, a fogjulejtett csehek nagy zsákmányával örvendezve visszatért Magyarországra. A kunok bejöveteléről Ezután pedig a pogány kunok, miután a messzes felső vidékén áttörték a gyepüket, Betörtek Magyarországra, és az egész nyírséget egészen bihar váráig kegyetlenül elpusztítva, emberek, asszonyok és mindenféle állatok mérhetetlen sokaságát magukkal hurcolva visszavonulóban voltak, és mit sem sejtve átkeltek a lápos folyón és a szamos vizén. Salamon király tehát és Géza herceg a testvérével Lászlóval együtt sereget gyűjtött. Sietve siettek és átkeltek a messzesi kapun, Mielőtt a kunok a hegyeken áthágtak. Dobok a városában majdnem egy hétig várakoztak a pogányok megérkezésére. A kémek közül az egyik név szerint Fancsika, aki új várból való volt, csütörtökön értesítette a királyt és a hercegeket, hogy közeledik a kunok serege. A király és a hercegek pedig seregükkel sietve odalovagoltak, és még azon az éjszakán a kunok közelében szálltak meg. Pénteken kora hajnalban felkelvén a Szent Ostya vételével minnyáján megerősítették magukat, és csapataikat elrendezve elindultak a pogányok ellen, hogy megütközzenek velük. Amikor meglátta ezt a pogányok seregének vezére, név szerint Oslu, aki Gyulának, a kunok fejedelmének kíséretébe tartozó főember volt, gőgében felfuvalkodva és szerfödött sokat tartva magukról így szólt az övéihez. Menjenek a fiatalok a gyenge magyarokra, és vívják meg velük ezt a játékszerű ütközetet. Azt hitte ugyanis, hogy senki sem mer velük megütközni. Amikor pedig a pogányok a magyarok ellen felvonultak, és meglátták félelmetes hadaikat, nagy sietve visszaüzentek vezérüknek ostunak. Ez egyesítvén a kunok összevont seregeit sietve egy magas hegy peremére vette be magát, és azt gondolta, hogy ez teljes biztonságot nyújt majd neki. Erre a hegyre ugyanis, amelyet az ott lakók kerlésnek mondanak, igen nehéz felmenni. A magyarok pedig egész haderejüket ennek a hegynek a lábánál összpontosították. Salamon király összes katonái is helyemből való zászlót viseltek. A pogányok a hegynek a csúcsán helyezkedtek el, a bátrabb és merészebb nyilazók pedig a meredek hegynek a derekára ereszkedtek le hogy a magyarokat távolról megakadályozzák a hegyre kapaszkodásban. Sűrű nyilazás viharos zápor az údult tehát a király és a herceg csapataira. A magyarok közül azonban egyes híres vitézek rárontottak a nyilazókra, és igen sokat meg is öltek a hegy lejtőjén közülük, úgyhogy csak nagy kevesen és alig tudtak feljutni a társaikhoz, pedig íjukkal verdesve ösztökélték lovukat. Salamon király pedig elszánt vakmerőség, lelkesedésétől sarkalva csapatával a legnehezebben megmászható kaptatón, mint egy kúszva kapaszkodott a pogányokig, akik sűrű nyilzápor zúdítottak rá. Géza herceg, aki mindig elővigyázatos volt, a könnyebben megmászható kapaszkodón kapaszkodott fel, és íjászaival rárontott a kunokra. Testvére László mindjárt az első rohamban négyet terített le a legvitézebb pogányok közül, és bár az ötödik súlyosan megsebesítette nyilával, utóbb azt is ugyanitt megölte. Az isteni irgalomnak hála hamarosan felgyógyult ebből a sebéből. A magyarok a legkegyetlenebb öldökléssel szorongatták a pogányokat, azok meg nyomorultul megfutottak. A magyarok sebesen üldözőbe vették őket, s igen éles és szomjazó karjukat részegre itatták a kunok vérével. A kuloknak frissen borotvált fejét úgy aprították kardjuk csapásával, mint a még meg nem ért tököket. Végre is boldogságos László herceg meglátott egy kunt, aki lovának a hátán egy szép magyar leányt vitt. Szent László herceg abban a hitben volt, hogy a váradi püspök lánya az, és bár súlyosan meg volt sebesülve, mégis nagy hirtelen üldözőbe vette lován, melyet szögnek hívtak. Midőn pedig már-már már elérte, és lányzsájával le akarta döfni, nem tudta, mert sem az ő lova nem futott gyorsabban, sem annak a lova nem lassult meg valamelyest, mint egy karhozni távolság volt a láncja és a kún háta között. Oda kiáltott tehát Szent László herceg a lánynak, és mondta, szép hugom, ragad meg a kúnt az övénél fogva, és ráns le a földre. Meg is tette a leány. Boldog László herceg lángsával leterítette a kunt, és amikor már a földön feküdt, meg akarta ölni. A leány nagyon kérte őt, hogy ne ölje meg. Ebből is kiviláglik, hogy az asszonynak nincsen hite, alig hanem bűnös szerelemből akarta őt megszabadítani. A szent herceg azonban sokáig viaskodott a kunnal, és miután az inát elvágta meg is ölte. De a leány nem a püspök lánya volt. A király és a dicső hercegek tehát csak nem az összes pogányokat levágták, és az összes keresztényeket kiszabadították a fogságból, és egész Magyarországnak harcba vezetett seregével együtt győzelmi diadallal örvendezve tértek vissza. Nagy örvendezés volt aztán egész Magyarországban, és énekekkel és imákkal áldották az Istent, aki nekik adta a győzelmet. A magyarok harca a görögökkel, bolgárokkal és besenyőkkel. Történt pedig a kunok bejövetele után a harmadik esztendőben, hogy a besenyők átvonultak bolgár fehérváron, átúztattak a száva folyón a bodzás mezeére, és nem kevés fogoly népet és zsákmányt rabolva a saját földjükre hurcolták őket. A király és a herceg árulással vádolt a bolgár fehérvárat, mivel a békét csalárdul megszegve saját jószántukból megengedték, hogy a besenyők portyázó csapatai Magyarországot fosztogassák. Összeszedvén tehát seregeiket Zalán keménnél gyülekeztek, itt aztán tanácsban megtárgyalták a dolgot és elhatározták, hogy az áruló fehérvárt ostromzárral kell körülvenni és megvívni. Ezután felszedvén táborukat a Száva folyó vidékére vonultak, Nándor Fehérvár irányába. Jött is a parancs a királytól és a hercegtől, hogy a magyarok összes hadai, amilyen gyorsan csak lehet keljenek át a száva folyón Bulgáriába. A görögök és bolgárok gyors járatú hajókon hajózva gépeikkel kénes tüzet fújtak a magyarok hajóira, felgyújtották a hajókat a vizen. A magyarok hajóinak sokasága azonban elborította a folyót, legyőzte a tüzet hányó görögöket. Miután a görögök és bolgárok megfutamodtak, a magyarok átkeltek és elfoglalták a bolgárok határait. A király és a herceg pedig hét főn átkelt a száván, és amikor reggel lett, elrendezték hadsoraikat, és csapataikból szakaszonként egymáshoz illesztett pajzsokkal ostromfedelet alkotva, általános ostrom alá a várost. A görögök és a bolgárok, attól félve, hogy az ostromzár veszélyt hoz rájuk, titokban kibocsátott követek útján arra kérték a besenyőket, hogy jöjjenek félelem nélkül segítségükre, mivel nem a király, sőt, nem is a herceg ostromolja a városukat, hanem csupán vid ispán rohanta meg őket a bács megyei vitézekkel. A besenyők tehát egy család szavaktól félrevezetve a segítségükre jöttek, nagy sietve, mivel a zsákmányolás vágya csalogatta őket, és remélték, hogy Vidispán legyőzésével el is nyerik a zsákmányt. Vadul rárontottak a soproni csapatokra, amelyeknek vezére egy Ján nevű ispán volt. Ez azonban a besenyők rohamait vitézül és bátran visszaverte a soproniakkal, és igen sokat, nyomban kardérre hányt közülük, a megmaradtakat pedig fogságba vetette. A besenyők fejedelme név szerint Kazár, alig tudott futva menekülni a magyarok keze közül néhány emberével. A király és a herceg tehát ennek a Ján vitéznek királyi bőkezűséggel királyi ajándékokat adtak, és méltó köszönetet mondtak azért, hogy úgy zúzta szét a besenyők ezreit, mint valami csiszolt kő az agyakkorsót, még mielőtt a király és a herceg a reggeli mellől felkeltek volna seregükkel. A király pedig és a hercegek Géza és László egy sziklára telepettek, amely a városhoz igen közel volt, és a magyarok kezdték bemutatni nekik a fogoly besenyőket, a megöltek fejét, a lovakat, meg a felszerelésüket, és szerda reggeltől dél nem jutottak a végére. Azért rendezték meg ezt, hogy az ostrom alá vett görögök és bolgárok láthassák, hogy a magyarok kegyetlenül leöldösték a besenyőket, akikben ők reménykedtek, és megrettenve adják meg magukat városukkal együtt a királynak és a hercegeknek. Azután a király és a hercegek a város ostroma szempontjából alkalmasabb helyeket kiszemelve meghagyták az ácsoknak, hogy nyolc fatornyot ácsoljanak, a falak magasságánál kétszerte magasabbakat, hogy a katonák a város közepéig lődözhessék az emberekre a köveket és nyilakat róla. A tornyok között pedig ugyanannyi faltörőkost állítottak fel a falak lerombolására, a tornyokhoz szolgáló bejáratok védelmére pedig hosszú védőtetőket és egyéb számokat szerkesztettek. Így aztán néhány helyen egész az alapokig lerombolták a falakat, de a várost mégsem tudták elfoglalni, mivel igen bátor harcosok védelmezték. Két hónapig ostromolták a várost, gyakran összecsaptak a városból kitörő szaracénokkal, némelyeket megöltek, másokat pedig megfutamítottak közülük. Az ostrom harmadik havában azután egy magyar lány, akit egykor fogolyként hurcoltak oda, egy szerdai napon felgyújtotta a várost. Igen erősen fújt a kereti szél, és az összes épületeket elborította a tűzvész. A magyarok serege berontott a városba azon a részen, ahol a falakat, a faltörő kosok már lerombolták, és kegyetlenül öldözték a görögöket, szaracénokat, meg bolgárokat. Azok pedig, akik még életben maradtak, Nikotásszal a vezérükkel a felső várba menekültek. A magyarok tehát a város elfoglalását követő napon, amikor már a tűz lecsillapodott, felkutatták a görögök pincéit, és sok aranyat, ezüstöt, drága követ és ragyogó gyöngyöt, szinte felbecsülhetetlen kincseket hoztak elő belőlük. Nem is volt senki a magyarok közül, aki megne gazdagodott volna. A várba zárkózottak, azt kérték a királytól és a hercegektől, hogy hagyják meg életüket és szabadságukat, a várat pedig és minden egyebet vegyék birtokukba. Mivel a király és a hercegek hitük zálogául kezet adtak rá, hogy nem bántják többé őket, lejöttek mindazok, akik a várban voltak. Nikotás vezér pedig, amikor kezében Isten szentséges anyjának, az örökké hűzmárjának egy ezüst ikonját tartva, nagy sokasággal kivonult, Géza herceg hatalmába adta magát. Tudta ugyanis, hogy Géza herceg Istennek tisztelője, és hogy a foglyokat és a bajba jutottakat könyörületes szívvel pártfogolja. Salamon király keze alá pedig csak kevesen jöttek, mivel tudták, hogy kemény szívű, és mindenben vidispán elvetemült tanácsaira hallgat. Ez a vid pedig utálatos volt Isten és az emberek előtt egyaránt. Amikor pedig a király látta, hogy legtöbben a herceghez menekülnek, hozzá pedig csak kevesen, nagyon méltatlankodott, és azokat, akik adott szavukra jöttek ki a várból, három részre akarta osztani, és abból két részt akart magának megtartani, és csak a harmadikat akarta átengedni a hercegnek de a herceg ehhez nem járult hozzá. Ez volt a bajok oka és viszálykodás eredete közöttük. Salamon király és a hercegek viszájáról Eközben a görögök császára halván Géza nemes lelkűségét, követeket küldött hozzá, hogy kössenek békét és szilárdítsák meg barátságukat. A herceg pedig visszaküldte hozzá az összes foglyokat és mindazokat, akik a várból hozzá menekültek. Salamon királyhoz pedig egyáltalán nem küldött követet a görögök királya. Ezért Salamon királyban mind jobban és jobban fellángolt az irítség tüze Géza herceg ellen. Vidispán is megáltalkodottan ösztönözte a királyt, hogy űzze el a herceget, hercegségét pedig saját magának követelte. És azt mondogatta, hogy ezt könnyen meg lehet tenni, mivel a király sokkal több vitézzel rendelkezik, mint a herceg. Azt is sugalmazta, hogy a dolgot nem kell halasztgatni, hanem inkább siettetni. Azzal a közmondással vezette félre a királyt, hogy amint két éles kardot nem lehet egy hüvelyben tartani, ti sem uralkodhattok közösen ugyanabban az országban. A király tehát vid ispán mérgezett szavaitól szíven találva, gyűlöletre és haragra lobbant. Ettől kezdve te kereste az alkalmat, hogy Géza herceget törbejtse, vagy haddal legyőzze. A király azonban titkolta szándékát, és szillelt barátsággal elbocsátotta a herceget, hogy csak menjen a hercegségébe. A király álnokságáról, a hercegeknek a király elleni két hadjáratáról és győzelmükről. Ezután a király követet küldött mindkét herceghez, hogy jöjjenek mindketten seregükkel a királyhoz, és induljanak haddal a görögök vára, nis ellen. A király ravasz módon elveszejteni szándékozott őket, hiszen ha mindkettőjüket gyanútlanságukban elfoghatta volna, nem lenne többé semmi gondja. A hercegek azonban megsejtvén a király törvetését óvatosan gondoskodtak biztonságukról. László a sereg felével visszamaradt a nyírvidékén, Géza pedig a királlyal elindult. Nem ismertek semmi rosszat tenni ellene, mivel nem kételkedtek benne, hogy László erős kézzel bosszút áll majd testvéréért. Ekközben nincs lakói a királynak és a hercegnek, sok pénzt ajánlottak fel aranyat, ezüstöt és drága szöveteket bőségesen, és a békét megkapták tőlük. Ezután a király és a herceg visszatért, és keve váránál elvált egymástól. László testvérének tanácsára Bihar várából Oroszországba ment segítséget kérni barátaitól, hogy a király mesterkedései ellen megvédjék magukat. Ugyanis mindenki erőt ismeretes volt már a király és a hercegek közötti rossz viszony és visszájkodás. Ezután összegyűjtvény seregeiket, többször követeket küldtek egymáshoz, Végül pedig a király és a herceg Esztergomba ment, és itt egyesség alapján mindketten csupán nyolc a püspökök és a főemberek közül való ember kíséretében a városhoz közel fekvő szigetre hajóztak, hogy tárgyaljanak. Itt sokáig vádolván és mentegetvén önmagukat megkötötték a békeszerződést, és Géza visszatért a hercegségbe. Ebben az időben az úr születését a király abban a helységben ünnepelte, amelyet Ikervárnak hívnak. Ezután Zalába ment. És itt Markhart a németek vezére, és Vid arra ösztönözte a királyt, hogy támadja meg a herceget. A király, aki az álnok vittanácsának tejét szívta és kiaszott tőle, megindította seregét a herceg ellen. A herceg pedig Ikfán erdejében vadászgatott, és amikor meghallotta, hogy a király ellene vonul, akkor a testvérét László Csehországba küldte, mert Oroszországból már visszatért, hogy kérje meg sógorukat, Ottó fejedelmet, hogy szorultságukban segítse meg őket. Géza pedig összeszedve seregét, kemeinél találkozott Salamonnal. A herceg főemberei, sőt inkább árulói, titokban hírvivőket küldtek a királyhoz, mondván, Hogyha a király őket méltóságukban megtartja és kegyébe fogadja, az ütközetben cserben hagyják a herceget, és minnyáján a királyhoz állnak. A király megnyugtatta őket, esküt is tett rá, és azután biztonságosan átkelt a tiszán a herceg ellen, és le is győzte, hiszen segítői csalárdul cserben hagyták. De az árulók közül, akik futást színleltek, alig egy néhányan menekültek meg, bár csak egy sem menekült volna meg közülük, akik jó tevő urukat a legelvetemültebben elárulták. Géza herceg pedig, bár seregének legnagyobb része cserben hagyta, mégsem rettent vissza, és csupán egy csapattól kísérve Salamon harminc csapata ellen a legdühöttebb csatát vívta. Miután pedig minden vitéze elpusztult, abba hagyta a harcot, és Kotajdnál átkelt a tiszán. És amikor már Vácon túl lovagolt, szembe találkozott testvérével Lászlóval és Sógorukkal, Ottó Herceggel, aki az ő megsegítésére jött. A király és a herceg pedig nagy előtt vívták meg kemejnél az ütközetet, szerdai napon, a ma vasárnap után, amikor ezt éneklik, exurge. Ebben az ütközetben Opos Márton fia a Vecellin nemzetségéből, a dicső vitéz Pár viadalban legyőzte a herceg Péter nevű vakmerő vitézét, aki gesztenye szín lovon ülve, a többiek előtt vonult, ragyogó páncélban, aranyos sisakkal tündökölt, és viadarra hívta a vitézeket. Salamon seregéből egyedül opos ugratott oda az említett vitézhez fakólován, csukjás páncélban és láncsájának csapásával villámmódjára áttörvén a páncélját, Péter szívének kellős közepébe szúrt. Az ütközetben pedig akkora pusztítást vitt véghez opos, sűrű karcsapásaival, hogy a sűrű csapások ide-oda osztogatásától jobbja megmerevedett. Salamon király pedig, de még inkább a németek bámulták opos erejét és vakmerőségét az ütközetben. A király pedig a győzelmet elnyerve Kutajdnál átkelt a befagyott tiszán, és Péter fia szállt meg. És itt hallotta, hogy Géza találkozott László és Ottó hercegekkel, akik a harcosok nagy sokaságával jöttek megsegítésére. A gyűlöletes vit pedig eszavakkal tüzelte a királyt. Seregét a minap szétvertük, az előkelőbbeket leöldöztük, őt magát rémületbe ejtettük, most a szolgákat szedte össze, az aratókat egyesítette, és azok csapatával vette magát körül. Szemernyit sem kell tehát aggódnunk miattuk, Felfaljuk őket egy szempillantás alatt. A csehek csapatát pedig én magam fogom a korai halál veszedelmébe dönteni a Bács megyei csapatokkal, míg többi bajtársaim pihennek. A király tehát bízva vitt szavaiban, seregével sietve felvonult, és szerdán megszállt a Rákosnál. A hercegek, Géza László és Ottó meg a velük levő egész magyar had szintén megszállt Vác környékén. Itt pedig egy nagy erdő volt, és senki sem lakott benne, csak egy Vác nevű szent életű remete. Róla nevezte el azután Géza herceg az itt alapított várost. Midőn tehát az említett sereg itt várta a felvonuló Salamont, a hercegek egy reggel lóháton tanácskoztak azon a helyen, ahol most Szent Péter apostol kőből való kápolnája van. Arról tanakodtak, hogyan fognak megütközni. És amikor itt álltak, Boldog László fényes nappal jelenést látott az égen, és így szólt Géza herceghez, a testvéréhez. Láttál valamit? Semmit, felelte az. Erre László még hozzátette. Amíg itt álltunk és tanácskoztunk, Íme az Úr angyala leszállt az égből, arany koronát hozott a kezében, és a te fejedre helyezte. Bizonyos vagyok benne, hogy nékünk adatik a győzelem, és Salamon szám kivetve leverve fut ki az országból. Az országot és a koronát pedig neked adja hát az Úr. Géza erre így szólt. Ha az Úristen velünk lesz, és megőriz bennünket ellenségeinktől, és ez a jelenés beteljesedik, akkor itt, ezen a helyen a szentséges szűz Máriának, az ő anyjának a tiszteletére templomot fogok építetni. Ezt mondva felszedték a tábort, és megszálltak azon a birtokon, amelyet Cinkotának neveznek. Egy magyaród nevű hegy feküdt a két sereg közt, és csütörtökön hajnalhasadáskor akartak megütközni, de a leszálló köt sűrű homája megakadályozta őket benne. Az erre következő éjszaka lovuk gyeplőjét kezükben tartva várták a napkeltét. A pénteki nap hajnalán aztán a király elrendezvény csapatait átlovagolt a Mogyoródi hegy csúcsán, és meghagyta a málhásoknak, hogy a hegy oldalában maradjanak, hogy amikor az ellenség meglátja a csoportjukat, nem málhásoknak tartsa őket, hanem odaállított őrségnek. De a hercegek is elrendezték kora reggel hadaikat. László herceg pedig a saját hada előtt egy magas ülve körbe járt, hogy embereit buzdítsa és lelkesítse. És amikor megérintett egy tüskebokrot lándzsájával, egy gyönyörű hölgymennyét csodálatos módon lándzsájára telepedett, és végigfutva rajta a keblére futott. Amikor pedig ütközetre került a dolog, vid ispánt és a Bács sereget a csehek mindjárt az első összecsapáskor irgalmatlanul leterítették. László herceg pedig felcserélte jelvényeit Géza herceg zászlójával, tudva, hogy Salamon merészebben fog a Géza jelvényeit viselő csapatra támadni, mert azt hiszi, hogy ez annak a Gézának a csapata, akit a minap legyőzött. László herceg ugyanis meg akarta őrizni bátyját Géza herceget Salamon támadásától, és ezért a csata első rohamait maga ellen akarta irányítani. A király tehát, amikor László csapatához érkezett és felismerte a herceget, a félelemtől megrémülve meghagyta az ásztótartóknak, hogy vigyék az ásztókat Géza herceg csapatai felé. László pedig látván, hogy a király félelmében kitér előle, Mindenkit megelőzve maga rontott rá a király csapataira, és minden vitéze támadást intézett ellenük hátulról. Szemközt meg Géza herceg rohanta meg az embereivel nagyhevesen őket. László vitézei rettenetesen csengő kardjukkal kegyetlen halába küldték Salamonnak, mint egy sorompó közt visszatekingető hadait. Szemközt pedig Géza vitézei kínálgatták őket a rettenetes halál poharával. Hullanak a németek, futnak az olaszok, és nem találnak utat a menekülésre, és összerodnak a magyarok szeme erőt, mint az ökrök a vágóhídon. Salamon király megfutamodásáról és kiüzetéséről. Salamon király pedig, miután csak nem minden emberét leölték, megfutamodott és sziget főnél átkelve a Dunán, Márton fia opossal végre elért mosonyba, anyjához és feleségéhez. A hercegek serege reggel egészen estig üldözte őt és embereit, mert az említett ütközetben nem csak a németek és olaszok hullottak el, hanem azt mondják Magyarország katonaságának nagyobb része is odaveszett. Géza és László hercegek pedig, Miután az isteni végzés a győzelem diadalával felmagasztalta őket, a megöltek holtestei felett háromszor zengtek dicséretet az Istennek. László herceg pedig, amint hogy mindig különösen Istenfélő volt, amikor látta a megöltek sok-sok ezreit, bár ellenségei voltak, szíve mélyéig megindult rajtuk, és keservesen megsiratta őket, nagy jajgatással tépte arcát és haját, miként az anya fiainak temetésén. Utóbb aztán ezeknek a zsákmányából épült a mogyoródi egyház. Markhart pedig a németek vezére és Svatopluk a szlávok vezére, miután katonáikat levágták és ők maguk súlyosan megsebesültek, fogságba estek. A csehek hercegét Ottót pedig, aki életét kockára tette barátaiért, a hercegek bőségesen megjutalmazták, és ottó visszatért hazájába. Mivel most már belátta Salamon király, hogy az úr nem segíti őt a háborúban, még azon az éjszakán sietve bevette magát Mosonyba és Pozsonyba. A várakat már előbb megerősítette, anyját és feleségét is itt hagyta, amikor az ütközetbe ment, ezért most, amikor az ütközetben alulmaradt, itt húzta meg magát a hercegektől való félelmében. Salamon legyőzése és megfutamodása után Géza herceget Fehérvár városában a királyi koronával megkoronázzák. Ezután Géza és László herceg seregükkel Fehérvárra mentek, majd Kapuvárt, Babótot, Fehérvárt és más várakat a legbátrabb vitézek őrségével biztosítva, Elbocsátották seregüket, és Magyarországban laktak. Ekkor Géza, a nagyherceg, a magyarok felszólítására elfogadta az ország koronáját. A koronázás után pedig elment arra a helyre, ahol a jelenés történt, és ott testvérével, Lászlóval tanakodni kezdett a szűzmária tiszteletére építendő egyház helyéről. És miközben áldogáltak Vác mellett, ott ahol most Szent Péter apostol egyháza van, megjelent nekik egy hím szarvas, agancsai telve égő gyertyákkal, és futni kezdett szemük előtt az erdő felé, és azon a helyen, ahol most a monostorban megállott. Midőn a vitézek rányilaztak, bevetette magát a Dunába, és többé nem látták. Ennek láttán Boldog László így szólt, Valójában nem is szarvas, hanem Isten angyala volt ez. És Géza király így szólt. Mondd meg nekem, kedves testvér, mit is akar jelenteni ez a sok égő gyertya, amit a szarvas agancsán láttunk. Boldog László azt felelte. Nem agancsok azok, hanem szárnyak. Nem is égő gyertyák azok, hanem ragyogó tollak. És azért állt meg ott, mert megjelölte a helyet, hogy a boldogságos szűznek nem út, hanem csak is ott építessünk egy házat. Hogy azonban az első jelenés helyesen maradjon épület nélkül, Géza király és testvérei elrendelték, hogy ott Szent Péternek, az apostolok fejedelmének tiszteletére építsenek egy kápolnát. Géza király tehát megalapította a Váci egyházat, ellátta sok földbirtokkal és javakkal. Nem csak ezt az egyházat, hanem a budait is, ennek adta a pestivámot, három falut somogyban és értékes kegyszereket. Ebben az időben a besenyők egyhangúan arra kérték Géza királyt, hogy ha őket megajándékozza a szabadok jogával, ők egymaguk megfékezik Salamon király támadásait úgy, hogy az még kijönni sem erészeljen mosonyból és pozsonyból Magyarország fosztogatására. Géza király pedig megígérte, hogy kérésüket teljesíti, ha ők is teljesítik, amit ígértek. A besenyők tehát Zoltán nevű fejedelmükkel Salamon király ellen lóra keltek. Mikor pedig összecsapásra került a dolog, a besenyők megfutamodtak Salamon király színe előtt, mint ahogy a viasz elolvad a tűz előtt. Sokat levágtak közülük, mások meg a fertő mocsarában elmerültek, és csak kevesen menekültek meg Zoltánnal együtt futva. Utóbb aztán Salamon király Géza királytól és testvéreitől való féltében, vagyonával és háza népével együtt Stíriába költözött, és anyját meg a feleségét Admont kolostorában hátrahagyva visszatért mosonyba, azzal a szándékkal, hogy sereget gyűjtve megtámadja a két testvért. Mivel azonban Salamon napról napra gyöngéblett, lett, emezek pedig szerencsésen gyarapodtak sikerekben, Zavarában a császárhoz folyamodott segítséget kért tőle, hogy Magyarországra visszatérhessen. És bár Salamon bőven adott pénzt a katonák zsoldjára, a németek és olaszok mégsem jöttek vele a magyaroktól való félelmükben. Salamon szavai meghatották a császárt, és nagy hadsereggel bejött Magyarországra. Élelmet pedig nagy bőségben hajóval szállítottak a Dunán, seregének ellátására és egyéb szükséges dolgokat is bőségesen. És amikor a császár a vágfolyóhoz érkezett, Salamon három csapatot maga mellé véve, sem te felől nyitra ellen lovagolt. Az ifjak kirohanva megütköztek vele, majd ezek, majd amazok futottak, és sokáig sebesülés nélkül viaskodtak. Opos Vitéz pedig az ezer közt is kiváló paripáján ülve a város kapuja felé rontott, és egyet a harcosok közül, mint a villám, földre sújtott. A nyitraiak pedig társuk halálán megzavarodva nagy jajgatásba kezdtek, és láncsáikat opos ellen haigálva paripáját megölték. Ő maga azonban bátran szembeszállott velük, és sértetlenül megmenekült. Amikor visszatértek innen a németek, elmesélték a császárnak opos vakmerőségét és hihetetlen erejét a harcban. A császár pedig magához hivatta őt, dicséretekkel halmozta el, és nyájas szavakkal kedveskedett neki. Aztán megkérdezte Salamon királytól, vajon Gézánál és Lászlónál sokan vannak-e ilyen vitézek. Salamon pedig dicsérni akarván a magyarokat, azonnal felelt mondván, sokan vannak, még sokkal jobbak is. Erre a császár, ha így van a dolog, és ilyen vitézek harcolnak ellenet, nem fogod országodat visszaszerezni. Amikor pedig Géza király meghallotta, hogy a császár Vácra bevonult, bölcs tanácsot követve elrendelte, hogy környékezzék meg, az akvileai pátriárkát és nyerjék meg jó indulatát, mert az ő tanácsára hallgat leginkább a császár, de egyszerűs mint az összes német vezéreket is, sok pénzt ígérve nekik, ha a császát rábírják, hogy visszaforduljon. A pátriárka és a vezérek az ajándékoktól csábítatva és az arany utáni vágytól rabulejtve különböző koholmányokkal igyekeztek a császát rávenni, hogy forduljon vissza. A pátriárka azt találta ki, hogy álmot látott, ennek pedig nyilvánvalóan az a jelentése, hogy a császár egész hadseregét elpusztítja Isten bosszúja, ha nem fordul vissza a lehető leggyorsabban. A vezérek ehhez hasonlóan azt találták ki, hogy isteni intelem figyelmeztette őket, és panaszkodtak a császárnak, hogy úgy sejtik valamiféle veszedelem fenyegeti minnyájukat, ha gyorsan vissza nem fordulnak. Az elkövetkező éjszaka pedig a németek vezérei kitanították néhány fondorlatos vitézüket, hogy saját maguk kiáltozva és pajzsukat egymáshoz verve keltsék azt a hitet, mintha lázadás ütött volna ki a seregben. Amikor megtették a vitézek, nagy rémület szállta meg a császárt és az egész hadsereget, mivel sejtelmük sem volt a kieszett csalásról és álnokságról. Így azon az éjszakán nagy zavargás keletkezett a táborban. Amikor pedig reggel lett, tanácskozásra hívta össze a császár a pátriárkát és a vezéreket, hogy vegyék fontolóra, mit tegyenek. A pátriárka és a vezérek tehát, mivel megvoltak voltak vesztegetve pénzzel, mindenképpen azt tanácsolták neki, hogy forduljon vissza. A császár tehát, a az emberektől rászedetve, azt színlelte, hogy majd később megsegíti Salamont, és hajóit elrombolván visszatért Németországba. Salamon király pedig reményében csalatkozva, szomorúan sóhajtozva bevette magát pozsonyba. És Géza király kezében megszilárdult a királyság, és ettől az időtől fogva kezdték nagy királynak, Magnusnak hívni. László herceg pedig pozsonyvárát számos napon keresztül ostrom alatt tartotta, Salamonnak a vitézei pedig a szűkölködéstől hajtva László herceghez mentek, ő pedig király nagylelkűséggel és jóságos bőkezűséggel táplálta őket, és megengedte, hogy szabadon visszatérjenek urukhoz. Magnus király pedig ebben az időben az úr születését szexárdon ünnepelte. Kérésére Dezső érsek ünnepélyes misét mondott, és ékes beszédével a király szívét meglágyította, és a béke javára hajlította. Mikor a misének vége volt és minden szertartást elvégeztek, a király meghagyta, hogy mindenki távozzék, kivéve a püspököket és apátokat. Ekkor a király könnyek közt leborult, és az érseknek és más egyházi személyeknek, vagyis főpapoknak azt mondotta, hogy vétkezett, mivel a törvényesen megkoronázott királytól elvette a királyságát, és megígérte, hogy a királyságot Salamonnak szilárd békefeltételek mellett visszaadja oly módon, hogy ő megtartja jog szerint a koronát, de csak az ország egyharmad részével, amely a hercegi méltósággal jár együtt, a megkoronázott Salamon pedig tartsa meg az ország kétharmad részét, amit azelőtt is birtokolt. A püspökök tehát boldogan hálát adtak az Istennek, hogy a király a Szentlélek kegyelme és látogatása folytán lelkiismeret furdalást érez, és lelkében megvilágosodott. Ekkor Magnus király hírvivőket küldött Salamon királyhoz, és levelében kifejtette neki a béke föntebb előadott módozatát. Jártak a hírvivők ide-oda, de a különböző felek eltérő véleményen voltak, és a valóságos kibékülés nem mehetett teljesedésbe. Eközben Magnus király súlyos betegségbe esett, és április 25-én erényektől ékesítve megtért minden halandók útjára. Hitében katolikus, Isten előtt alázatos és igen keresztény uralkodó volt. Három évig uralkodott, és Vácon temették el a boldogságos szűzegyházában, amelyet ő alapított és látott el javadalmakkal. Szent László királynak, Géza testvérének, első Béla fiának királyjá koronázásáról, életéről és haláláról. Magnus király halálának hallatára Magyarország nemeseinek nagy sokasága gyülekezett össze testvérénél Lászlónál, és közös egyetértéssel, egybehangzó óhajjal és egyező akarattal megválasztották, egy szívvel, lélekkel az ország kormányzására, sőt, valósággal kényszerítették rá buzgó és sürgető kérésükkel. Mindnyájan tudták ugyanis, hogy ő erények teljességével ékes, hogy hitében katolikus, kegyességében kiváló, adakozásban, bőkezű, jótékonyságban jeleskedő. Úgy ragyogott, mint a felhők közt a hajnalcsillag, mely előzi az ellenszembes homályt, és mint a hold fénylik teltségének napjaiban, sőt, mint a nap úgy ragyogott ő az ő népe körében, olyan volt, mint a hústól elválasztott tiszta zsír. És az oroszlánokkal meg a medvékkel úgy játszadozott, mint a juhok bárányaival. Vajon nem ölte meg az óriást, és nem törölte le a gyalázatot Izraelről? Megfutamította ellenségeit, mindenütt és kiírtotta népének ellenségeit mert nagy volt ő, sőt a neve szerint a legnagyobb. Mert ha a nevének jelentését nézzük, Ladislaus annyit jelent, mint Istentől a népnek adott dicsőség. Laos ugyanis népet jelent, Dois pedig adó, vagy adomány, vagy adatott. Nevének első szótagja pedig kiegészítve, Laos azaz dicsőség. Miután tehát isteni rendelkezés szerint átvette az ország kormányzását, nem a világi esendő és mulandó dicsőséget, hanem az égi hazát, és az isteni dicsőséget igyekezett kiérdemelni szívének minden vágyával. Isten félelme lebegett szem előtt, mindig minden ítéletben, de legfőként azokban a bűnügyekben, amelyekben véres megtorlást vagy büntetést ír elő a törvény. Valami isteni sugallattól megvilágosítva tudatában volt annak, hogy nem annyira az uralkodó uralkodik, inkább ő fölötte uralkodnak. Ezért minden ítéletében enyhítette a törvények szigorát, mindig az irgalmas szerítséget alkalmazta. Ő volt a szerencsétlenek vígasza, az elnyomottak támasza, a kicsinyeknek kegyes atya, az árváknak védő pajzsa. Győzedelmes, nagyra becsült, hírneves országgyarapító volt – nem annyira énevek e értelme, mint inkább tetteinek valósága szerint, mert gyarapította Magyarország államhatalmát. Erőbb Dalmáciát és Horvátországot csatolta örökjogombirodalmához. Midőn ugyanis Zolomér király gyermekek nélkül meghalt, felesége László király huga, akit férjének ellenségei számos jogtalansággal háborgattak, segítséget kért Jézus Krisztus nevében testvérétől László királytól. A királya sérelemért súlyos bosszút is állt, és Horvátországot és Dalmáciát a maga egészében visszaszerezte neki, majd az előbb említett országokat a saját uralma alá hajtotta. Ezt azonban nem telhetetlenségből tette, hanem azért, mert a törvényes jus szerint is őt illette meg az örökség, hiszen Zolomér király elsőfokú rokonságban állt vele, és nem volt örököse. Továbbá, Salamon pozsonyban volt, a főtisztelendő püspökök pedig azon fáradoztak, hogy kibékítsék őket. László király pedig, noha tudta, hogy Salamon szerfölött makacs és összeférhetetlen, mégis a szeretettől legyőzetve, és még inkább igazság érzetétől ösztönözve, mint hogy Lászlónak nem volt törvényes joga vele szemben, és ténylegesen mindent megtehetett, de nem jog szerint, uralkodásának negyedik esztendejében kibékült Salamonnal. Elegendő jövedelmet biztosított neki a királyi kiadások fedezésére. Az ország fő emberei pedig a háború csapásának eljövendő veszélyeit óvatosan meg akarván előzni, nem engedték, hogy megossza az országot Salamonnal, nehogy az új helyzet még rosszabb legyen az előbbinél. Salamonnak azonban a benne már előbb megfogalmazott harag keserűsége marcangolta megbélyegzett lelkét. Elkezdett tehát dúlva, fúlva, háborgó lélekkel kelepcéket kieszelni László ártatlan vérének vesztére. De a verembe, amelyet ásott, maga esett bele. László király ugyanis miután fölfedezte a gazságot, elfogta Salamont és börtönbe taszította Visegrádon. De Salamon király utó kiszabadult a börtönből Szent István király megboldogságos Imre hitvalló testének felemelésekor. Megszökött, és elment a kunok fejedelméhez, akit Kutesknak hívtak. Esküvel fogadta, hogy az erdőn túli tartományt örök birtokul neki adja, és a lányát feleségül veszi, ha hajlandó László ellen az ő megsegítésére jönni. Kutesk fejedelem hiú reménytől megtévesztve a kunok nagy sokaságával megrohanta Magyarországot, és egészen Ung és Borsova várak vidékéig jutott el. Ennek hallatára László király rájuk rontott, és szétszóródtak a színe előtt, és a kunok sok ezreit hányták a kardérére. Salamon király és kutesk pedig, mint a sólyom körmétől megtépett tollú kacsák futva menekültek. Itt át László király elvette tőlük a zsákmányt, hálaadó imákkal és énekekkel áldották a magyarok az Istent, aki dicsőséges győzelmet adott nekik. Aztán a király egy egyházat építtetett a mindenható Isten tiszteletére. Salamon király a kunok portyázó csapataival megrohanta Bulgáriát és Görögország határvidékeit, de Görögország császárának a serege irgalmatlanul tönkreverte őket. És csak nagyon kevesen menekültek meg közülük. Salamon király pedig futva menekült néhány emberével, és könnyű vágtában átkelt a Dunán, mivel a folyó be volt fagyva. És amikor egy hatalmas erdőhöz érkezett, azt mondta embereinek, hogy etessék meg a lovakat, pihenjenek egy keveset. Ő maga pedig letévén a pajzsát úgy tett, mintha rögtön visszatérne, bement az erdő homályába, és ott hagyta a gyanútlanokat, és nem is mutatkozott soha többé. Annyi csapástól megtörve meglátogatta őt a Szentlélek. Mert a csapásoktól nem lett keményebb, és nem küzdött szabad elhatározásából Isten jogos igazsága ellen, hanem amikor megérezte a nagy irgalommal büntető Isten kezét, vétkeit emlékezetébe idézve följajdult, és amennyire emberi ítélettel helyesen meg lehet ítélni, szívének töredelmével és vezekléssel bánta meg bűneit. Valóban boldog kényszerűség mely a javulásra ösztönöz. Ímes alamon király nemesteste királyi gyönyörök közt nevelkedve, most porban és hamuban fekszik elcsigázva, és aki azelőtt földi javakért harcolt, csupán az égiekre törekszik már. Mert életének egész hátralévő idejét zarándoklásban és imádkozásban, bőjtben és vírasztásokban, munkában és könyörgésekben emésztette fel. Egyszer látták Magyarországon Kálmán király idejében, de rögtön elrejtőzködött, és soha többé nem jött elő. E világból aztán az úrhoz költözött. Pólában, Isztria városában temették el. Felesége és anyja pedig Admondban nyugszik. Ám de László király, aki mindig előbbre törekedett, és erényről erényre gyarapodva, mint a mirhának, tömjénnek és minden illatszernek illatával felszálló áldozati füstség, nem csupán Magyarországon, hanem a keresztény világ minden országában elterjesztette édességes illatát. Ennek okán, amikor a római császár meghalt, a németek összes hercegei és választófejedelmei, meg az összes bárók és főemberek közösen és egy szívvel, lélekkel arra kérték őt, hogy vállalja el a császárságot. Mivel azonban nem a saját javát nézte, hanem Jézus Krisztusét, serényen elméjében forgatta az isteni szózatot. Ne lépt át az ősi határokat, melyeket atyáid állítottak. Tizenkilenc évig és három hónapig uralkodott, az úrhoz költözött aztán az úrnak 1095. évében, július 29-én, egy vasárnapi napon. Szentséges teste saját monostorában, váradon, a legájtatosabb tiszteletben részesül. Kálmán király megkoronázásáról, aki első Géza királynak volt a fia, aki viszont első Béla királynak a fia volt. Utána Kálmán Géza királynak a fia uralkodott. Ez Bélát, Álmos herceg fiát, aki viszont Lampért hercegnek, a Beninnek nevezett Béla királynak volt a fia, még gyermekkorában némelyeknek a tanácsára anyja öléből kiszakítva megvakította. Csupán azért nem ölette meg, mivel vérségi kapcsolatban állott vele, de megfosztotta a szemvilágától, hogy ne legyen méltó a Szent Király koronájának viselésére. Ez a Kálmán váradi püspök volt, de mivel testvérei előbb haltak meg, ezért a pápa feloldozta és uralkodni kényszerítette. A magyarok könyves Kálmánnak nevezik, mivel hogy voltak könyvei, amelyekből, mint püspök, a Zsolozsmát olvasta. Ez Dalmátországot, miután Péter nevű királyukat Péter gazdia hegyei közt megölte, Magyarországhoz csatolta. A verenceiek gájáit és hajóit zsoldjába fogadva, és nagy pénzen kibérelve tekintélyes hadat küldött Apulijába. A had kifosztotta Apuliát, és három hónapig maradtott, ott, amikor a katonák, Monopoli és Brindisi városokat elfoglalták, ezeket a Kálmán királynak fizetendő haszonbér fejében a velenceieknek hagyta, hogy tartsák meg birtokukban. Innét visszatértek Magyarországba. Ezeket a városokat azután a császár küldte Pízai zsoldosok visszafoglalták, erőzvén onnan a velenceieket. Kálmán király pedig 18 évig, 6 hónapig és 5 napig uralkodott az úrnak, 1111. esztendejében, február 3-án, keddi napon költözött el erről a világról. Teste fehér nyugszik. Kálmán király halála után fiát, második Istvánt koronázzák királyját. Utána fia István követte, aki 18 évig és 5 hónapig uralkodott. Az úrnak 1031. évében költözött az úrhoz. Teste váradon nyugszik. Második Vag Béla megkoronázásáról, aki Álmos hercegnek volt a fia, aki viszont Lampért herceg fia volt, ez meg első Béla királyé. Utána pedig Vak Béla uralkodott. Benne beteljesedett a ma profétai jóslat. Az úr feloldja a bilincsbe verteket, az úr megvilágosítja a vakokat. És ismét, gyűjjetek tanácsba, és a szét fog szóratni, mondjátok csak a szavatokat, és nem fog megvalósulni. A vadgyermek tehát növekedett Kálmán király fiának Istvánnak az uralkodása alatt, és annak halála után április 28-án egy keddi napon megkoronázták. Négy fia volt, még pedig Géza, László, István és Álmos. Uralkodása alatt a királyné a királyjal és hű báróival tanácsot tartva egyetemes országgyűlést hívott össze az országban Arad mellett. Az említett országgyűlés napján, amikor a király már az ország trónján ült, odajött a királyné a fiaival együtt, leültette őket a király köré. Az egybegyűlt néphez pedig így szólt. Minden híveink, nemesek, öregek és ifjak, gazdagok és szegények, hallgassatok meg! Mivel az Isten minnyájatoknak megadta azt a természetes képességét, hogy lásson, hallani szeretném, hogy a ti uratok, a király miért fosztatott meg szemevilágától, és kiknek a tanácsára történt ez? Mondjátok meg nekem, és ezen a helyen hűségesen álljatok rajtuk bosszút, és ránk való tekintettel vessetek véget életüknek. Mert íme az Isten a ti királyotoknak két szeme helyett négyet adott. E szavakra tehát, az egész nép rárohant azokra a bárókra, akiknek a tanácsára megvakították a királyt, és közülük egyeseket megkötöztek, másokat pedig megcsonkítottak. 68 istenterent azon nyomban legyőkoltak, és összes maradékaikat, mind a férfiakat, mind a nőket még ugyanaznap lajstromba foglalták. Ezen felül minden birtokukat a székes egyháznak osztották ki, ezért neveznek Magyarországon minden szolgáltatásra kötelezett falut a királyok adományának. Vak Béla tehát 9 évig, 11 hónapig és 12 napig uralkodott, és kegyes király volt. Elköltözött pedig az úrhoz az úrnak 1141. esztendejében, február 13-án, csütörtöki napon. Teste fehérvárot nyugszik. Vagbéla király halála után második Géza királyt, az ő elsőszülött fiát koronázzák meg. Utána fia Géza uralkodott, akit február 26-án az Invokávitme vasárnapján koronáztak meg, atyának halála után két nap elteltével. Húsz évig, három hónapig és tizenegy napig uralkodott, és négy fiút nemzett Árpádot, Gézát, Istvánt és Bélát. Elköltözött pedig az úrhoz az úrnak 1161. esztendejében, május 31-én, szerdai napon. Teste fehérvárot nyugszik. Harmadik Istvánnak második Géza fiának megkoronázásáról és Vak Béla király fiainak először második Lászlónak majd negyedik Istvánnak még harmadik István életében történt megkoronázásáról. Az ő helyébe Istvánt, az ő fiát koronázzák meg, és ez 11 évig, 9 hónapig és 3 napig uralkodott. Az ő uralkodása alatt egy fél évig László herceg, Vak Béla király fia bitorolta a koronát, elküldtözött pedig az úrhoz, az úrnak 1172. esztendejében, január 24-én, vasárnapi napon. Teste fehérvárot nyugszik. Utána pedig István az ő testvére bitorolta a koronát öt hónapon és öt napon keresztül. Február 11-én, Exurge vasárnapján koronázták meg, és Gyárfás és Protás szentek ünnepén egy keddi napon verték le, Magyarország sok nemese pusztult el akkor. Ezután kiűzték az országból. Zimonyvárában halt meg az úrnak 1173. esztendejében, április 11-én, csütörtöki napon. Teste Fehérvárot nyugszik. Az említett István király Géza fia örökös nélkül költözött az úrhoz. Az úrnak 1173. esztendejében, március 4-én, vasárnapi napon. Az ő teste Esztergomban nyugszik. Harmadik Béla megkoronázásáról, aki harmadik Istvánnak testvére, második Gézának pedig fia volt. Ezután Béla uralkodott az ő testvére, aki üldözte a tolvajokat és rablókat, és behozta a kérvény formában történő ügyintézést, ahogy ez a római pápa és a császár udvarában szokás. Január 13-án vasárnapi napon koronázták meg. 23 évig, egy hónapig és 19 napig uralkodott elszenderült pedig az úrban, az 1199. esztendőben, május 1-én, keddi napon. Testét a Fehérvári Egyházban temették el. Imre királynak megkoronázásáról, aki harmadik Bélának volt a fia, ez meg második Géza fia volt. Utána Imre következett a fia, és nyolc évig, hét hónapig és hat napig uralkodott. Felesége Konstancia, Aragónia királyának leánya a pápa tanácsára Frigyes császárral lépett házasságra. Egy fia volt név szerint László, elköltözött pedig az úrhoz, az úrnak 1200. esztendejében november 30-án, keddi napon. Teste az Egri egyházban nyugszik. harmadik László királynak Imre király fiának megkoronázásáról. Utána László a fia uralkodott és megkoronázták augusztus 26-án, csütörtöki napon. Uralkodott pedig hat hónapig és két napig. Elköltözött az úrhoz annak 1201. esztendejében, május 7-én. Teste Fehérvárot nyugszik. Második András királynak, harmadik Béla király fiának megkoronázásáról. Utána András következett, harmadik Béla fia. Ezt az András László király halála után a 27. napon koronázták meg, május 29-én pünkös napján. Felesége a Németországból való Gertrudis úrnő volt, akitől Bélát, Kálmánt, Andrást és boldogságos Erzsébetet nemzette. De fájdalom az említett úrnő kétségtelenül az emberi nem ős ellenségének ösztönzésére, bánkbánnak, ennek a nagyságos főembernek a feleségét erőszakkal kiszolgáltatta egy idegenből jött testvérének, hogy vele csúfot üzzön. Emiatt ez a bánkbán, aki a bor nemzetségből eredt, kardját a királyné vérével irgalmatlanul bevérezte, és rettenetes sebet ejtvén rajta, az úrnak 1212. évében megölte. Teste a szürke barátok pirisi monostorában van eltemetve. Halála miatt siralmas szó hangzott egész Pannóniában, és Bánkbán egész nemzetségében kárhozatos és rettenetes vérontás következett. Ezután András király a pápa parancsára meglátogatta a Szentföldet. Ezt a parancsot akkor kapta, amikor még herceg volt, amiként a fogadalomról és a fogadalom teljesítéséről ez áll a dekretálezben. Jó lehet, mindenkinek szabad az elhatározása. Ugyanis ő apjának fogadalmát teljesítette és váltotta be. És itt a Szentföldön Babilónia szultányával szemben a keresztények hadseregének kapitányává és vezérévé teszik meg és ezután dicsőséges győztes lesz. Három hónapig időzött ott. Végre a királyi kincstárat elzállogosítva, megszerzi különböző szentek erekjéit, tudnélik, Szent István első vértanú koponyáját, boldogságos Margit szűz és vértanú koponyáját, boldogságos Tamás apostolnak és Szent Bertalannak a jobb kezét, valamint Áron veszélyéből egy darabot, és egyet azon korsók közül, amelyekben Krisztus a vizet borrá változtatta, meg még sok más dolgot, amit össze tudott akkor szedni. És visszatért Magyarországba a szentek drága kincsével, és országát virágzó állapotban találta. Ezt azonban nem a saját érdemeinek, hanem azon szentek érdemeinek tulajdonította, akiknek erekjeit magával hozta. Ekkor Ega fia Benedek, a királyné kancellárja, az egyház összes főpapjait összeterelte a király fogadására. Ma pedig ezeket a szent leginkább azok az egyházak tartják birtokukban, amelyeknek főpapjai a megérkező király elé mentek. Kilenc év elteltével aztán a király Erzsébetet, nemes lelkű leányát egy nemes férfiúhoz, Türingia jeles űrgrófjához, Lajoshoz adta hozzá. Ez sok évvel azután ő hozzá hasonlóan keresztes vitézként, Áhítatosan Jeruzsálembe ment, és ott Krisztushoz költözött. Ünnepét Jeruzsálemben ájtatosan megünneplik. András király pedig az úrnak 1235. esztendejében uralkodásának 30. évében költözött az úrhoz. Teste váradon, Szent László lábánál nyugszik. Negyedik Béla királynak, második András király fiának megkoronázásáról és szerencsétlenségéről. Utána fiát Béla királyt koronázták meg, október 14-én, azon a vasárnapon, amikor ezt éneklik, adj uram békét. Fehérvárot tették Szent Péter székesegyházában, amelyet ő szenteltetett fel. Kálmán herceg a testvére vitte oldala mellett a királyi kardot tiszteletből, és Dániel a ruténok fejedelme vezette a lovát nagy tisztelettel. 35 évig uralkodott. A tatárok első bejövetele Magyarországra. Ennek a Béla királynak az idejében, az úrnak 1241. esztendejében a mongolok, vagyis a tatárok, 500 ezer fegyveressel megrohanták Magyarországot. Béla király a sajó folyó mellett megütközött velük, és csatát vesztett. Ebben az ütközetben Magyarországnak csak nem egész katonasága elpusztult. Amikor pedig Béla király a tenger felé menekült, a tatárok egészen a tengerig üldözték őt kegyetlenül. A tatárok pedig három évig maradtak Magyarországon, és mivel ezekben az időkben a magyarok nem tudtak vetni, a tatárok kivonulása után míg sokkal többen pusztultak el éhalál következtében, mint ahányat fogságba hurcoltak, vagy ahányan kard által vesztek el. Ezután Béla király visszatért a tengerparti vidékekről, és a magyarok nemzete harcias Frigyest, Ausztria hercegét Bécsújhely előtt megölte, az arccsontját döfték keresztül. Jól lehet, a herceg elesett a háborúban, Béla király mégsem aratott diadalt a magyarokkal együtt. Ezután a király az úrnak 1260. évében nagy számú hadat gyűjtött a csehek királya Otokár ellen, Morvaország táján fiával Istvánnal és a kulok vezérével Alpárral együttesen. De csatát vesztett Hajnburg környékén és megfutamodott július 13-án. Béla király ugyanis békés ember volt, a hadban és ütközetben pedig a legkevésbé sem szerencsés. Ugyancsak az ő idejében az úrnak 1263. esztendejében a köznép korbácsal csapkodva magát, tömegesen futkosott szerte Meghalt pedig az úrnak 1270. esztendejében, május harmadikán, pénteki napon, a Szent Kereszt feltalálásának ünnepén, a Budai-szigeten és testét Esztergomban temették el a minorita barátoknak a boldogságos szűz tiszteletére épített egyházában, amelyet maga Béla király kezdett el építetni még életében költséges és szép munkával. Itt nyugszik boldogan a királyné úrnővel, sorsának társával, nép szerint Máriával, a görög császár lányával és kedves fiával Béla herceggel együtt. Erényekkel teljes férfiú volt, akinek emlékezete, mint az édességes méz, olyan édes, mint a mai napig minden magyar és más nemzetbeli szájában. Testét Fülöp Esztergomi érsek a jog ellenére kiásatva, az említett egyházból elvitette és jogtalanul a saját székes egyházában temettette el. Eljárása miatt a pápa előtt igen hosszú ideig folyt a per, és a minorita barátok érdemesültek rá, hogy a testet a legnagyobb tisztelettel visszanyerjék, és a szűz oltára előtt még nagyobb dicsőségben eltemették. Ezeket a szép verseket lehet ott olvasni. Mária oltáron nézd nyugszik a sírban-e három, Béla neje és herceg, örvendjenek ők az egeknek. Míg lehetett ült trónja felett a király hatalomban. Csalfalapult, szent béke virult, becsület ottan. 5. István királynak, 4. Béla király fiának megkoronázásáról. Utána az úrnak 1271. esztendejében egész Magyarország felett az ő fia István kezdett uralkodni. Ez otokárt a csehek királyát, aki a csehekkel, osztrákokkal, brandenburgiakkal és más vegyes hadinéppel erőszakkal jött be Magyarországra, túl a rápca folyón vitézül legyőzte és megfutamította. Azután Bodonyt, a bolgárok városát és a bolgárokat győzte le, és királyukat arra kényszerítette, hogy szolgáljon neki. Két évig uralkodott, az uralkodásának harmadik évében halt meg a Nagy-szigeten, és a Boldogságos Szűz Egyházában temették el a Budai-szigeten, a Beginák lakóhelyén. Negyedik lászló királynak, ötödik István fiának megkoronázásáról. Utána fia László következett, és ugyanabban az évben koronázták meg, amelyben apja meghalt tudnélik az úrnak 1273. esztendejében. Ez a László király az úrnak 1276. évében a császár segítségével Morvaország táján megölte a már említett Otokárt egy ütközetben. Utóbb aztán az úrnak 1272. esztendejében, amikor Oldamír Kunország fejedelme összegyűjtvén a kunok hadát, a hódnak nevezett tó környékén ellenségesen be akart törni Magyarországra, hogy uralma alá hajtsa. László király, mint bátor Józsué, nemzetéért és országáért harcra szántam felvonult ellene. Seregében Tamás fia Lóránd, a serény vitéz Láncsát tört a kunok elleni vitéz rohamában, és nagyon sokakat dicséretesen levert és leterített. Majd, amikor az ellenfelek között megkezdődött a vitéz ütközet, hirtelen és váratlanul isteni kegyelemből a pogányokat szembe verő nagy zápor kerekedett, és akik íjaikban és nyilaikban reménykedtek, a sűrű záporeső miatt a próféta szavaival olyanok lettek, mint a föld sara. És így László király Isten segítségére támaszkodva győzelmet aratott. A tatárok második bejövetele Magyarországra. Utóbb, aztán a kunok közül azok a kevesek, akik megmenekültek, a tatárokhoz futottak, és ösztönzésükre a tatárok az úrnak 1285. esztendejében másodízben is bejöttek Magyarországra, és egészen Pestig mindent irgalmatlanul felégettek. Ennek a László királynak az Apúliai károly király leánya volt a házastársa, de ő megvetvén a házastársi ágyat kunleányokhoz szegődött, édua, köpcsecs és mandula nevezetű lányokat, meg igen sok másokat is ágyasokul tartott, a szerelmüktől valóban megromlott a szíve, és a bárók meg az ország nemesei előtt gyűlölet tárgya lett. Ezen felül még ezután, mivel kulmódra cool és nem katolikusként viselkedett, az apostoli szék követeként idejött ellene Fülöp, fermói püspök és elrendelte, hogy hagyjanak fel a szakál leborotválásával, a hajnak magyar szokás ellenére való lenyírásával, és hagyják el a kún süvegeket, amelyeknek használata szinte szokássá lett már Magyarországon, a királyt átokkal sújtotta, hogy gyűlölje meg a pogányokat, kedvelje meg a keresztény életmódot és éljen házastársával. De a királyjal semmire sem menvén visszatért hazájába. Röviddel ezután az úrnak 1290. évében, a Margit szűz ünnepét közvetlenül megelőző hétfői napon, Kőrösszeg várának közelében éppen azok a kúnok, akikhez szegődött, de főként Arbuz, törtel és kemecse, és ezeknek rokonai és cinkosai, akiket a kunok közössége bízott meg vele igen sok tárgyalás és tanácskozás után, az éj csendjében megragadták az alkalmat, sátrában szörnyű sebeket ejtettek rajta, és könyörtelenül megölték. Ebben a királyban, mivel örökös nélkül halt meg, kihalt a szent királyok fiága. Halála miatt Mizenádor, aki egykor Mohamedán volt, korra azonban már elnyerte a keresztség malasztját, urának az említett László királynak halálát halván, férfiasan ez óriási gonosztet megbosszulására szánta el magát. A király halála után néhány nap elteltével testvérével, Lizsével és az említett ágyas Édua édes testvérével Miklóssal együtt egy napon az említett Arbusz szállására ment, és hajnal tájt az említett Arbuszt, és törtelt, elfogta, Arbuszt két felé vágatta, Törtelt pedig darabokra szaggatta, más kunokat pedig ugyanezeknek a nemzetségéből, és összes hozzátartozóikat, mi több még a karon ülő vagy bölcsőben fekvő csecsemőket is, akiket csak el tudott fogni lefejeztette. László király idejében Magyarország fényes dicsőségéből, siralmas romlásra és állapotra kezdett hanyatlani. Belső háborúk támadtak benne, városokat romboltak le, falvakat égettek porrá, a békét és egyetértést végképp lábbal tiporták, a gazdagok elszegényedtek, a nemesek parasztokká lettek, a szegénység nyomorában. Ebben az időben a kordét, azaz a kétkerekű kocsit László király szekerének nevezték az ország lakosai, mivel az állandó fosztogatás miatt az igavonó állatok kipusztultak az országban, és az emberek barmok módjára kordéba fogva az állatok tennivalóit végezték. Mondják, hogy ezt a László királyt csanádon temették el. Harmadik András királynak, aki második András király unokája volt, megkoronázásáról. Ennek a királynak a halála után 18 nap múlva még ugyanezen évben a velencei András herceget koronázták meg. Őt még László király életében behozták Magyarországra. Lássuk ennek az András királynak születését és származását, mi okból érdemelte meg, hogy Magyarország koronáját elnyerje. Második András király, negyedik Béla király és Kálmán herceg atya Miután első felesége meghalt, vagyis inkább megölték, amint fentebb elmondottuk, az egyház parancsára átkelt a tengeren a Szentföldre, hogy az úr sírjáért harcoljon. Itt győzedelmes kedvén becsülettel, szerencsésen visszatérőben volt, végül Itáliában kötött ki, és egy alkalommal az estei őrgrófnál szállt meg fényesen. Az őrgróf pedig megtudván, hogy a király özvegy kiválóan szép lányát gyönyörűen felékesítve odaállította az asztalhoz, a király szem A király pedig látván, hogy a leány szép és személynek kedves, és mivel amúgy is meg akart nősülni, még aznap házasságot kötött ezzel a kisasszonynal, és magával hozta Magyarországra. Amikor aztán András király meghalt, ez az úrasszony vissza akart térni szüleihez összehívta tehát Magyarország főembereit, az érsekeket meg püspököket nyilvánvaló jelekkel bizonyította, hogy teherben van, így tért vissza ezt nevű hazájába. És ott apjánál egy fiú gyermeket szült, akit a keresztségben Istvánnak neveztek el. Ezt úgy tartották és nevelték, hogy Magyarország királyának a fia. Végre aztán a férfikort elérve, csellel akarta bitorolni nagyapja űrgrófságát, de nagyapja erősebb lévén messzire erőzte. És így István Spanyolországba menekülti akaphoz, Aragónia királyához, akinek a felesége ennek az Istvánnak nővére, András királynak, Magyarország királyának a leánya volt. És itt időzött egy ideig, majd ismét Itáliába ment, és Ravennában a polgárok Podestának választották. Innét száműzve Velencébe ment, itt pedig Velence városának egy igen hatalmas és igen gazdag polgára, amikor meghallotta és megtudta, hogy ő valóban Magyarország királyának fia, feleség adta hozzá a lányát, és minden vagyonának részesévé tette. Ettől a feleségétől volt Istvánnak egy fia, akit Andrásnak nevezett saját apjának neve után. Ez az András nagybátyjainak, akik végtelenül gazdagok voltak, segítségével és tanácsára még László király életében bejött Magyarországra, mivel hogy herceg volt, és nagyatjának, András királynak jogán az ország egy része őt illette. Amikor pedig László királyt megölték, az ország bárói őt koronázták meg szerencsésen. Uralkodásának a második esztendeiben igen nagy hadsereggel legyőzte Ausztriát. András király sérelmére hogyan küldi a pápa Magyarországra királynak a gyermek Károlyt. Az ő uralkodása alatt az országnak néhány nemese tudnélik János és Henrik bán, Henrik fiai és mások is igen sokan András király sérelmére, mint mondják, 8. Bonifász pápától királyt kértek. A pápa helyt adva kérésüknek egy 11 éves gyermeket név szerint Károlyt Magyarországra küldött, az úrnak 1299. esztendejében, még András király életében. Ennek a Károlynak a nemzetségével és származásával a következőképpen áll a dolog. 5. István királynak, 4. Béla király fiának többek között volt egy Mária nevű lánya, akit Sánta Károlyhoz, Nagy Károlynak, aki a Szentszék adományából Szicília királya volt, a fiához adott feleségül. Ennek a Sánta Károly királynak István király leányától született egy Martel Károly nevű fia. Martel Károlynak pedig Rudolf császár, Klemencia nevű lányától született egy fia, akit előbb szülőföldjén Karobertnek, mint egy Károly Róbertnek neveztek. Magyarországon azonban elhagyván a Róbert nevet, Károlynak hívták őt a magyarok. Hogy ez a Károly uralomra juthasson, és András király ellenében a hatalmat elnyerhesse, az említett pápa több legátust is küldött András király ellen Károly érdekében. Ezek azonban semmit sem tudtak elérni, és visszatértek hazájukba. Eközben az úrnak 1301. esztendejében, Félixin Pincis hitvalló ünnepén András király a budai várban elnyugodott az úrban, és eltemették Szent János evangélista egyházában, a minorita barátoknál. András király halála után Lászlót, vagyis inkább Venceslávot, Csehország királyának fiát behozzák Károly ellen Magyarországra, és Fehérvárot illendő módon megkoronázzák. Azután, amikor meghalt András király, az ország bárói még ugyanebben az évben nagy hamar két pártra oszlottak, úgyhogy Máté, Amadé és Ugrin, az ország leghatalmasabb főurai, és még igen sok nemes a gyermek Károly pártjára állt, és őt szóval, de nem tettel királynak nevezte. Azonban a Porsnak nevezett István fia Domonkos, Néhai András király tárnokmestere, Miklós fia Demeter, Henrik fia Henrik, ezek a nagyságos főurak János Kalocsai érsekkel, András Egri püspökkel, Imre Váradi püspökkel, Hab püspökkel, Antal Csanádi püspökkel, Miklós Boszniai püspökkel és Jakab Szepesi püspökkel, aki élete folytáig kapta ezt a püspökséget, július havában Csehország felé vették útjukat, Venceszláv királyhoz, hogy fogadja el Magyarország kormányzását, mert ha a szentszéktől adott királyt fogadják el, a szabad ország elveszíti szabadságát. Csehország királyához pedig azért irányították lépéseiket, mivel Otokár királynak, akit mint fentebb beszéltük, László király megölt, felesége Anna úrnőnek negyedik Béla király leányának volt a leánya, ettől született Venceszláv nevű fia, aki atya halála után sok évig uralkodott Csehországban. Ez a Venceszláv nem akart idejönni, de Rudolf császár leányától született, és ugyancsak Venceszláv nevezetű fiát odaadta a magyaroknak természetes királyukként egy Göding nevű faluban, a Morva folyónak Csehország felé eső partján, ahova az említett nemesek és püspökök összejöttek. Ezek pedig egy szívvel, lélekkel elfogadták őt, írásos szerződést is készítettek róla, és esküvel is megerősítették. Ezután harsogva hirdették, Téged, Isten, dicsérünk, és Székesfehérvár városába mentek. Itt János Kalocsai érsek a többi fentebb megnevezett püspökkel együtt illendő módon megkoronázta Venceszlávot, az Esztergomi érseki szék akkor ugyanis üresedésben lévén. Innen Budára jöttek, és itt János érsek elszunnyadt az úrban, és Jakab, szepesi püspök is békében elnyugodott, és Szent János egyházában a minorita barátoknál temették el őket. Ezután, amikor az említett király, akit a magyarok Lászlónak hívtak, Budán élt már, a bárók egyetlen várat, semmiféle királyi jogkört, semmiféle hatalmat vagy tisztséget nem adtak neki. Éppen úgy, mint a gyermek Károlynak sem, hanem az ország egyik része Károlyt, a másik része Lászlót nevezte királynak, de csupán névleg, és nem a királyi hatalom valóságában. Ekkor Venceszláv király az újonnan megkoronázott László apja, látván és megfontolván a magyarok leplezett ravasságát, az úrnak 1303. esztendejében Pannóniába jött nagy hadsereggel. Egy ideig a Duna mellett Pest környékén táborozott, László fiát az ország koronájával együtt magához vette, elfogadta Werner fia Lászlót, a budai bírót, vagyis kormányzót, és egynémei másokat is, majd békésen visszatért országába. Ugyanebben az időben Miklós, domonkos rendi szerzetes és egyben osztiai bíboros püspök az apustori széknek meghatalmazottjaként Magyarországba jött Károly érdekében. Sok napig Budán tartózkodott, de belátta, hogy semmit sem érhet el, és visszatért a pápai udvarba. Itt, amikor 8. Bonifác meghalt, megválasztották pápának, és Benedeknek nevezték, Visszautazásakor valamiért egyházi átok alatt hagyta Budavárának polgárait. A szerzetesek és a plébánosok ugyan szigorúan megtartották az egyházi tilalmat, de támadtak álpapok és hitszegők, akik a népnek nyilvánosan Isten tiszteletet tartottak, és az egyházi szentségeket a nyilvánosan tilalom alá vetetteknek is kiszolgáltatták. Sőt, a rosszat még elvetemültebben, rosszal tetézve összehívták a népet, és mécses gyújtva hangos szóval kihirdették, hogy a pápa, Krisztus helytartója, Magyarország összes püspökei meg érsekei és szerzetesei együttesen kivannak közösítve az egyházból. Ez akkor történt, amikor Budavárát egy bizonyos Petermannak nevezett bíró kormányozta, akit Venceszláv király tett meg bírónak, az elfogott bíró helyébe. Utót, Bajorország hercegét hogyan hozzák be Károly ellenében, hogyan koronázzák meg, fogják el és űzik ki. Eközben pedig Henrik fiai és némely más nemesek Ottót Bajorország hercegét hozták be Magyarországra. Ez bejövén az országnak Venceszláv által elvitt koronáját visszakérte, és azt magával hozva az úrnak 1305. esztendejében Székesfehérvár városába ment, hogy itt törvényesen királyjá koronázzák. Benedek Veszprémi püspök és Antal barát Csanádi püspök fel is kente őt királyjá, és a mondott király koronával megkoronázta. Innen Budára indult, és egy ünnepnapon királyi díszben a Szent Koronával a fején nagy számú nép kíséretében lóháton végigvonult az összes utcákon és tereken, hogy mindenkinek bizonyítsa, hogy ő a törvényes király. Nem sok idő múlva jónak látta, hogy Erdély földjét is meglátogassa, Tamás fia Beke kíséretében, de László Vajda elfogta, és sok napon keresztül megbirincselve a várában tartotta. Ilyen szerencsétlen sorsra jutott, utána pedig kiűzték Magyarországról. Azt sem szabad elhallgatnunk, hogy amikor az említett Otto Herceg a Szent Koronát Magyarországra hozta, ellenségeitől való féltében esztergályos mesterséggel egy csobolyóba záratta. Amikor pedig emberei kíséretében az éjszaka csendjében lovagolt az országúton, amerre igen sok utas járt, a csobolyó a nyerek szíjairól, mert oda volt kötözve, mint valami boros kulacs, eloldódva leesett, és senki sem vette észre. Utóbb aztán hajnal virrattával észrevették, hogy nincs meg az értékes kincs, és amilyen sebesen csak tudtak, megrémülve visszafelé vágtattak nagy sebesen. A koronát a sok járókerők között az országút közepén senkitől fel nem fedezve megtalálták. Talán az éjszakai első őrváltáskor veszett el. És annyi bizonyos, hogy másnap este felé találták meg. Valóban csodálatos és el nem hallgatható rendkívüli eset, mert mit értsek azon, hogy a korona elveszett, ha nem azt, hogy a herceg nem viselhette élete végéig a koronát, elvesztette a fejéről a koronát és a vele járó tisztséget. Hát az mit jelent, hogy senki sem találta meg, csak azok, akik vitték, ha nem azt, hogy Magyarország nem veszítheti el angyal a koronáját. Ennek megtörténte után, ugyanezen események idején, Werner fia László, mint egy három év után kiszabadult Venceszláv király fogságából, és Csák fia Jánossal szűz Szent Petronella napja után való csütörtökön az éjszaka csendjében belopódzott Budavárába, azon a kapun, amely a zsidók zsinagógája mellett van, és egy néhány budai polgárt, ellenségeit és árulóit hirtelen megrohanta és legyilkolta. Peterman pedig, a város bíró, mesztelenül futva is alig tudott elmenekülni. A polgárok közül kettőt tudnélik Herman Márkot és Márton mestert, akik a tizenkét esküt polgár közül valók voltak, lófarkára kötve egyetlenül végig vonszoltatta a város utcáin és terein, Csontjaikat tűzzel megégettette, javaikat lefoglalta, és birtokába vette. Ezen felül az említett hitszegő papokat kezükre-lábukra bilincset rakva elküldte Tamás Esztergomi érsekhez. Ezeket aztán az érsek börtönbe vetette. Ott adták ki gyászos lelküket. Otto előzése után Károlyt királyjá fogadják és megkoronázzák. Mint hogy a gyermek Károly az ország támogatása nélkül időzött itt Magyarországon, Gentilis barát, a hegybeli Szent Mártonról címzett bíboros, áldozó pap a minorita barátok rendjéből a pápa teljes felhatalmazásával Pannóniába jött, az úrnak 1308. esztendejében. Egy évet békében töltött el, de az úrnak 1309. esztendeiben rettenetes határozatot hirdetett ki, az ország nemeseit átokkal sújtotta, a szegényeket és gazdagokat pedig egyetemesen a legszigorúbb egyházi tilalom alá vetette. Ezt azokkal a nemesekkel tette, akik a fente említett Károly királynak a királyi és királynéi jussokat nem akarták megadni, és még csak királynak sem nevezték. László Erdély vajdát pedig külön kiközösítéssel sújtotta, mert jogtalanul magánál tartotta az ország koronáját, amelyet Otto hercegtől elvett, fogjul továbbá, mert ez a László vajda a leányát Szerbia királyához István szakadár fiához adta nőül. Amikor emiatt az említett nemesek a holtak testét a temetőkön kívül látták heverni, keserű lélekkel és megzavarodva, az úrnak 1310. esztendeiben összegyűltek Pest környékén a Rákos mezeén, a már többször említett Károlyt elfogadták királyuknak, és Fehérvárra sietve, Szent István király nyolcadán, csütörtöki napon örömmel és ünnepélyesen megkoronázták a László Vajdától visszaadott Szent Koronával. Közben történt események. Ugyanebben az évben, negyedik kelemen pápa Szent János keresztesei által felbecsülhetetlen kincset gyűjtetett, bölcsen össze a világ keresztény népei között a Szent Föld megvívásáért indítandó általános hadjáratra. Az említett kereszteseknek azt a különös kegyet adta, hogy azokat, akik pénzt adnak, minden bűnüktől 15 egész esztendeig felmenthessék de utóbb ebből a nagy kincsből semmi eredményt nem láttunk ténylegesen. Az úrnak 1312. esztendejében, amikor Károly király a Sárosnak nevezett királyi várat, amelyet a Máténak, ennek az igen hatalmas főembernek megbízásából Miklós fia Demeter tartotta birtokában, saját haderejével ostrom alá vette ez a Máté, Trencsényi Péter fia, 1700 lándzsás zsoldos katonát és a maga minden erejét is a király ellen küldötte Demeter megsegítésére, hogy a királyt a vár alól elkergesse túlerejével. Seregének vezéreivé pedig az említett Demetert és a szépnek vagy nagynak nevezett abát tette meg. Amikor a király jövetelükről hallott, azt hitte, hogy nem tud nekik ellenállni, és a szepességbe vonult vissza. A szepesiek pedig hűségesen adtak neki lovas és gyalogos katonákat, és segítségükkel a király nagy merészen megtámadta ellenségeit. Ezek pedig időközben a Kassának nevezett várost kezdték ostromolni: Amádé Nádor halála miatt, akit Kassának a kassai németek, vagyis inkább szászok ártatlanul megöltek. Amikor a kémek jelentették a király jövetelét, ezek elhagyván a várost, bátran a király serege elé vonultak. És mind a király, mind ők nagy sietve siettek a csatára alkalmasabb terep felé, ám ezt a helyet ők foglalták el előbb. A király ez alatt a hernát környékén egy völgyben seregével együtt előbb a gyónás szentségében részesült, és a feloldozást elnyervén magához vette az úr testének szentségét a fentebb említett keresztesektől, és minden tekintetben felkészültek a halára. A békének legkeményebb ellenségei pedig harci fegyvereiket felöltve egy hegynek a csúcsáról az említett völgybe leszálltak készen a király elleni harcra és a mondott hegynek az oldalán. Szentvid és Modestus ünnepén egy pénteki napon igen kemény ütközetet vívtak, melyre a tatárok ideje óta nem volt példa Magyarországon. Ebben az ütközetben a király kíséretéből a porcsnak nevezett István fia Kakas, Bagyon fia István, Tamás fia László, Aladár fia Jakab, valamint Györke fia Mihály, illetve Péter Beregi Várnagy mind előkelő nemes elesett. Györke a király zászlójával esett el, mint zászlótartó. Amikor a zászló lehanyatlott, a király a keresztesek zászlója alatt harcolt. A másik oldalon pedig Miklós fia Demeter és Aba, a sereg két vezére, és Amadé két fia a halál nyilától megsebesítve elesett, nagyon is korán. És mások is, nagyon sokan halálosan megsebesítve ugyanott, és más helyütt lerótták adójukat a halálnak. És jó lehet a király oldalán többen estek el, mégis a király nyerte el dicsőségesen a győzelmet. Hisszük és valljuk, hogy ezt az Isten tette. Az úrnak 1317. esztendejében Mária úrasszony, a király úr első házastársa, aki lengyel származású volt, és Kázmér herceg leánya, Szent Lúcsia ünnepe után a harmadik napon Temesváron élete folyását boldogan bevégezte, és székesfehér várott, boldogságos Szűzmária egyházában a föld kebelébe tették. Az úrnak 1318. esztendejében a király úr feleségül vette Beatrix úrasszonyt, a római király leányát, a cseh király nővérét a luxemburgi tartományból, de ő még ugyanezen esztendő leforgása alatt elszenderült az úrban, és váradon a székesegyházban temették el. Ugyanebben az évben a boldogságos szűz Fehérvári egyházát, amelyet gyakran pusztított és károsított a tűzvész, a király elkezdte ólomlemezekkel befedni, gyönyörű boltozattal díszíteni, és azon felül még szilárd osztopokkal is megerősíteni. Az úrnak 1320. esztendejében Károly király feleségül vette Lászlónak, a lengyelek királyának Erzsébet nevű leányát, és tőle az úrnak 1321. évében fia született népszerint Károly, de ő gyermekként még ugyanabban az évben meghalt, amelyikben született és Fehérváron temették el. Az úrnak 1324. évében Visegrádon, Szent Remigius ünnepén, ugyanettől a királynétól született a királynak egy fia, népszerint László. Az úrnak 1325. esztendeiben kezdte meg a király úr a minorita barátoknak a Lippai Egyházat építeni, az új szent, boldog, lajos, tuluzi püspök és hitvalló tiszteletére, aki atyának édes testvére volt, tudnélik Szicília királyának és Mária királynénak, István magyar király leányának, negyedik Béla unokájának első szülött fia, aki a minorita barátok fogadalmát tette le, és azok öltözékét vette fel. És a szentély alapját Szent Ferenc átvitelének az ünnepén rakták le. Az úrnak 1326. esztendejében, Március 5-én ugyanezen királynak fia született, akit rokonának, ama szent hitvallónak a nevéről Lajosnak nevezett el örömében. Az úrnak 1327. esztendejében, a világvasárnap előtti szerdán a boldogságos szűz Székesfehérvári egyháza, bár a tűzvész ellen ólommal volt fedve, ahogy fentebb említettem, mégis siralmasan leégett, és a lemezekké kalapált ólom a heves tűz miatt folyékonyan lecsurgott a tetőről, mint a viasz, kivéve egy harangtornyot, amely a sekrestje fölött van. A szenteknek nagy számú erekjéi vannak benne, ott őrzik őket. Senki sem kételkedhet abban, hogy ez a torony az ő érdemeik miatt maradt meg. Mind a mellett utóbb a király ismét ólommal fedette be ezt az egyházat. Ugyanezen évben Szent András apostolnapján született egy fia Andrásnak nevezték el. Az úrnak 1329. esztendeiben meghalt a fia László, és Fehérvárod bízták a földkebelére. Felícián vadságáról Ugyanezen időkben amikor Magyarország az óhajtott béke nyugalmát élvezte, és sehonnan sem háborította az ellenség, a béke megbontója, a gyűlölség magvetője, az ördög egy öreg és már őszbe vegyült hajú vitéznek, név szerint Feliciánnak a zács nemzetségből azt a gondolatot ültette a szívébe, hogy urát, Károly királyt és urnőjét, Erzsébet királynét, meg két fiúkat, Lajost és Andrást egy napon ője meg kardjával. Ezt a Feliciánt Trencsényi Máté egykori nádor emelte fel, azonban ez végül is otthagyván Mátét a király mellé állott. A király őt királyi kegyébe fogadta, szabad bejárása volt hozzá, és a király ajtaja zár nélkül nyitva állt előtte. Amikor aztán a király, a királynéval és említett fiaival az úrnak 1330. esztendejében április 17-én, a húsvét nyolcada után szerdán Visegrád várajai palotájában reggelizett, Ferícián titokban besúrramva odaállt a király asztala elé, és éles kardját kirántva a hüvejéből, veszett kutya módjára egyetlen heves támadással könnyörtelenül le akarta vágni a királyt, a királynét, meg a fiaikat. De mivel az irgalmas Isten irgalma megakadályozta benne, nem tudta végrehajtani, amit akart. A király jobb kezén könnyű sebet ejtett ugyan, de fájdalom a kegyelmes királyné jobb kezének négy ujját, amelyet könyörületes szívvel szokott a szegények, nyomorultak és elesett emberek felé nyújtani alamizsnálkodáskor, azon nyomban levágta. Ezekkel az újakkal vart számtalan egyház számára különféle kelengyéket, és ezekkel küldött fáradhatatlanul az oltárokra és a papoknak drága bíborból vart díszruhákat meg kejheket. Amikor az ott álló királyi gyermekeket is meg akarta ölni, a gyermekek nevelői tudnélik, Kenezicsi Gyula fia Miklós, meg János Nádor fia Miklós közbevetették magukat, és bár az említett gyermekek megmenekültek, az ő fejüket halálos csapás érte. Ekkor a Patak megyei Sándor fia János egy derék jellemű ifjú, aki a királynénak alétek fogója volt akkor, Rárohant Feliciára, mint valami vérengző vadállatra, és csákányával vitézül a nyaka és a lapockája közé sújtva, keresztül döfte és földre terítette. Utóbb innét is, onnét is berohantak a király bajvívó vitézei és rettenetes kardjukkal, darabokra szabdalták a nyomorultat, olyanná tették kardjaikkal, mint valami szörny szülöttet. A fejét Budára küldték, két kezét és két lábát pedig más-más városokba indították útnak. Végezetül egyetlen serdülő fiát és hűséges szolgáját, akik futásnak eredve sem tudták megmenteni életüket, lófarkára kötve megölték, testüket a kutyák rágták szét az utcákon csontjaikkal együtt. Bizony méltó dolog is volt, hogy Fericiánt, aki sok keresztényt vadállat módjára megcsonkítva megfosztott tagjaitól, magát is Isten igazságos ítélete folytán megfosszák összes tagjaitól, és hogy az, aki fáradhatatlan kínzója volt a szegényeknek, az emberek közönséges halálából kirekesztve, kutyákhoz illő hirtelen halállal halljon meg, mint valami kutya a kutyák sorsában részesüljön. Klára nevű leányát is ezt a gyönyörű szüzet kivonszolták a királyi udvarból, orrát meg ajkait csúful megcsonkították, úgyhogy a fogai kilátszottak, és mindkét kezének nyolc ujját levágták, úgyhogy csak a hüveik ujjai maradtak meg, majd sok város utcáin és terein végig hurcolták lóháton, és kényszerítették a félhalott szerencsétlent, hogy ez szavakat kiáltsa. Így lakoljon, aki hűtlen a királyhoz. Feliciánnak a másik idősebb leányát név szerint Szépát, aki egy kopaj nevű nemesnek volt a hites felesége, Léva vára előtt a vár várnagyának, a királyi familiárisnak, Becsei Imrének parancsára lefejezték, és maga kopa is a fogság birincsében fizette meg a halál adóját. Ennek a fiait pedig egy tengeri szigetre szállították, hogy soha se lássák viszont szülőföldjüket. Végül magának Feliciánnak a nemzetségéből sok nemest felkoncoltak. A boldogtalan Felicián tehát így esett a felségsértés védkébe. Az országot felbolygatta, saját magvát kiírtotta. Nemzetségét hírhetté tette és elvesztette. Kutyáknak lett eledele. E világból szabadulva megkötözték, és eltemették a pokolba. Példázat lett a világ, s okulás a hűtlenek számára. Hogy ilyen rettenetes dolog valaha is megeshetett, alig hiheti az ember. Addig, amíg ez meg nem történt, Károly király kedvező szelekkel hajózott, és a tengernek tarajos vizeit kívánsága szerint szántotta. De a forgandó szerencse elfordította már tőle az arcát, s búcsút mondva hátat fordított neki, mert mindenfelül háborúk támadtak, serege vereséget szenvedett. Lábának kezének fájdalma is szer gyötörni kezdte. A király csatájáról bazaráb az oláhok vajdája ellen. Mert ugyanabban az évben, amelyben a méltatlan emlékezetű Felicián elpusztult, tudnénik az úrnak 1330. esztendejében a király nagy hadsereget gyűjtött össze, de mégsem az egész haderejét, mivel különböző hadi vállalatokra igen sok harcost küldött országának határvidékeire az ország ellenségei ellen. Ő maga szeptember havában szörényen át, bazarábnak, az oláhok vajdájának a földjére kelt át, ez a föld olyan nép számára, amely hozzá nem szokott, lakhatatlan, Miklós fia Dénesnek, Ivánka unokájának ösztönzésére, hogy bazarábot erről a földről elkergesse, vagy pedig földjét az ösztönzők egyikének adja át birtoklásra, bár ez a fejedelem mindig hűségesen megfizette a királyi felségnek azt az adót, amelyre kötelezve volt. Mikor pedig a király szörényt és ennek a várát elfoglalta, mindent az említett dénesnek adott át a báni méltósággal együtt. Mikor ez megtörtént, Bazaráb azt üzente a királynak tisztes követek útján, mivel te, uram, királyom, fáradoztál a sereg összegyűjtésével, fáradtságot kárát 7000 ezüst márkával fogom megtéríteni. Békésen átadom neked tartozékaival együtt magát szörényt is, amelyet erőszakkal kaparintottál kezedbe. Ezen felül az adót, amelyet tartozom a koronádnak, híven megfizettetem neked minden évben. Fiaim közül is egyet udvarodba fogok küldeni, saját pénzemen és költségemen, hogy neked szolgáljon, de fordulj vissza békében, és személyedet óvd meg a veszélyektől, mert ha tovább jössz, nem kerülheted el a veszélyeket. Ennek hallatára a király fönnhéjazó elmével e szavakban tört ki, mondván a követeknek. Így mondjátok meg Bazarábnak, ő az én juhaim pásztora, a szakállánál fogva húzom elő rejtekéből. Ekkor egy hűséges bárónép szerint Dancs, Zólyom és Liptó ispánja így szólt a királynak. Uram, nagy alázattal és a te tisztességedet gyarapítván beszél hozzád Bazaráb. Viszonozd ezt leveledben a királyi jóság jó indulatával és a kegyelem teljes szeretetével. De a király csak elismételte fentebb mondott nagyon durva és fenyegető szavait. A józan tanácsot félretéve már is tovább indult harcra készen. De mivel a neki és embereinek ismeretlen földön a havasok és erdős hegyek között nem tudott élelmet szerezni, egyszerre szenvedni kezdtek az éjségtől a király, a katonák, de még a lovak is. Emiatt fegyverszünetet kötöttek bazarábbal, és az hitét adta, hogy engedelmeskedik a királynak továbbá, hogy biztonságos visszatérést enged a királynak és embereinek, meg hogy megmutatja a helyes utat, így a király gondtalanul visszavonult, bízván a hitszegő szakadár hitében. Olyan útra érkezett egész seregével, amely körbefutott, mindkét oldalán meredek partok zárták körül, és elől, ahol nét kezdve a szóban forgó út már szélesebb lett, az oláhok több helyen erős torlaszokkal rekesztették el. A király és az övéi pedig még csak nem is gondoltak semmi ilyesmire. A partokon fönt az oláhok megszámlálhatatlan sokasága futkosott, dárdákat dobáltak a király seregére, amely a mély utak fenekén volt. Nem is lehet ezt útnak nevezni, hanem valami szűk hajónak. A zsúfoltságban mindenfelé hullottak a legderekabb lovak a vitézekkel együtt, hiszen a meredek fal miatt egyik oldalon sem tudtak az út partjaira felkapaszkodni, az oláhok ellenében, és tovább haladni sem tudtak, a menekülésre sem volt módjuk, az elébük rakott torlaszok miatt. Teljességgel olyanok voltak, mint a varsában vagy hálóban megfogott halak. Hullottak az ifjak és öregek főemberek és hatalmasok válogatás nélkül. Ez a szerencsétlen állapot péntektől hétfőig tartott, ezekben a napokban a válogatott vitézek is új ütődtek ide-oda, mint ahogyan a bölcsőben ringatják és rázzák a csecsemőket, vagy mint a nátszálak, amelyeket a szél ingat. Igen nagy volt itt a pusztulás, és a katonáknak, főembereknek és nemeseknek megszámlálhatatlan sokasága esett el Szent Márton vigíriáján, pénteken és az utána következő hétfőn. Ezeknek nyomorúságos sorsát Temesvár várában, melyet állítólag ugyanez a király alapított, az ifjú és idős úrasszonyok szolgálóikkal együtt megsiratták, és azon a napon és abban az órában megzavarodott a boldog panónia. Ó, a fájdalom kínálgatta őket keserű poharával, és még az emlékük is siratni való. Mert elesett itt három prépost, tudnélik, András mester, a Fehérvári Egyház prépostja, E nagyon tiszteletre méltó férfiú, aki egyben a királyi felség alkancellárja volt, és a király pecsétjével együtt pusztult el, továbbá Mihály, Pozsegai Prépost és Miklós Gyula Fehérvári Prépost. Aztán András Sárosi Plébános és Péter testvér a prédikátorok rendjéből. Ez a tisztes férfiú, valamennyien kiürítették a rettenetes halálpoharát, agyvelejükbe irgalmatlanul faékeket vertek. Néhány más papot is megöltek, a király káplányait. Végül a kunoknak is felbecsülhetetlen és igen nagy sokasága hullott el. Valamennyiüknek, mind az egyházi férfiaknak, mind a világi nemeseknek holteste a küzdelem helyén várja az általános feltámadás idejét. És kedveseik semmi módon nem tudták visszaszerezni szeretteiket az ellenségtől rohamaik miatt. Az oláhok sok foglyot hajtottak el, sebesülteket is, sértetleneket is. És az elesettekről leszették a sok fegyvert, a drága ruhákat, elszették a pénzt, aranyat, ezüstöt, drága edényeket és öveket, meg sok erszén garasokkal, forintokkal, sok lovat nyereggel és zablával. Mindezt elvitték és átadták Bazará Vajdának. A király pedig elcserélte címeres fegyverzetét Dénes fia Dezsővel, ezt pedig, mivel azt hitték róla, hogy ő a király, kegyetlenül legyőkolták. A király kevesed magával tudott megmenekülni néhány hű emberének védelme alatt. Ezek úgy állottak körülötte, mint valami kőfal. Dancsmester a fiával, Lászlóval és a király kíséretében való más vitézekkel továbbá Márton mester, Berend fia, ezek önnön testükkel fogták fel a zápor zuhogásaként zúduló kartcsapásokat és nyíllövéseket, hogy a király életét megmentsék a halálrohamától. A hadsereg körül hullottak az olá ebek, mint a legyek, elvesztették a kenet kegyelmét, mivel keresztény népet és Krisztus felkent papjait öldösték irgalmatlanul. Ezeknek a magyarok által leült oláhoknak a számát csak a pokolnak pontos számadója tudná összeszámlálni. A király pedig ilyen szerencsével eljutott Temesvárra, és azután haladéktalanul Visegrádra ment. Mivel a magyarok mindenütt kemény és vitézi ütközeteket vívtak, azért történt meg ez velük, hogy a sok győzelem miatt ne bízzák el magukat, vagy hogy talán előbbi elbizakodottságuk miatt megfenyítve tanuljanak alázatot és hirdessék, hogy az isteni szeretet kegyelmét csak az atyai fenyítés korbácsa által lehet gazdagon kiérdemelni, mert az atyaisten azokat fenyíti, akiket szeret. Az úr 1332. esztendejében Szent István király ünnepén fia született a királynak. Istvánnak nevezték el. Az úr 1333. esztendejében elindult a király Visegrádról, hat éves András fiával együtt július havában, és derékvitézi kísérettel Zágrábon keresztül a tengeren túra indult azzal a céllal, hogy fiát a pápa úrnak, tudnélik 22. Jánosnak akaratából, és a legdicsőségesebb Robertnek, Szicília királyának sürgetésére és kérésére, annak az országnak a királyává koronázza. A király kíséretében volt Csanád Esztergom érsek, András Váradi püspök, Longobárd Jakab orvos, Csanádi püspök, és a fent említett Dancs mester meg igen sok nemes az országból. A király visszatért március havában épségben, és azok is minnyájan jó egészségben, akik elkísérték. Fiát azonban ott hagyta, de nem megkoronázva, ahogy szerette volna, hanem nagybátyjának, Robert királynak gyámsága és védelme alatt. Ez a Robert Szicília királya volt, nagy tudományú és szent életű férfiú, aki elaggott korára való tekintettel le akart mondani a világról és a királyi méltóságról, hogy ájtatos elmérkedésnek élhessen. Azt akarta, hogy az említett fiú kövesse őt a királyi méltóságban. De időközben alaposabban megfontolván a dolgot nem akart még életében leköszönni a királyi méltóságról, ám halála után nyeri el az ország koronáját a jog szerint őt követő fiú. Róbert király örököse ugyanis igen korán engedett a halál követelésének. Az úr 1335. évében Szent Márton ünnepe körül János, Cseh király és fia Károly, meg a lengyelek királya Magyarországra, a Visegrád várába jött Károly királyhoz, hogy ott örök békeegyességet kössenek. Ez meg is történt. A Cseh király ebédjére Magyarország királyának bőkezőségéből minden nap 2500 kenyeret adtak, és a királyi étkekből is bőségesen a lovaknak pedig egy-egy napra 25 mérő abrakot. A lengyel király ebédjére pedig 1500 kenyeret és élelmiszer bőségesen. Borból 180 hordót mértek ki. Magyarország királya különböző drága ékszerekkel is megajándékozta a csehek királyát, úgy mint 50 ezüstkorsóval, két tegezzel, két övvel, egy csodálatos saktáblával, két felbecsülhetetlen értékű nyereggel, egy csákánnyal, amely 200 ezüst márkát ért, meg egy csodálatos munkával kidolgozott gyöngykagylóval. Mivel Lengyelország királya adófizetője volt a cseh királynak, s mivel Károly Magyarország királya feleségül bírta a lengyel király nővérét, Magyarország királya Károly a legtisztább aranyból vert 500 márkát adott neki, hogy megváltsa őt a cseh királynak fizetendő adózástól. Elhatározták itt azt is, hogy ha egy királyok közül bármelyiket vagy országukat valami ellenség támadná meg, a többiek kötelesek segítségére és támogatására sietni. És ezt egymás között nagy eskükötéssel is megerősítették. Közben történt események. Az úr 1338. évében Péter és Pál apostolok ünnepe táján Lotka úr a rutének fejedelme vitézeinek válogatott népével Visegrádra jött Károlyhoz, Magyarország királyához, és teljes baráti hűséget fogadott neki. Közben történt események. Az úr 1339. évében Kázmér, Lengyelország királya július havában Visegrádra jött Károlyhoz, Magyarország királyához, országa püspökeinek és báróinak kíséretében, és ezeknek egyetértésével és akaratából Lengyelországot szabad elhatározással Lajos úrra, Károly királynak és nővérének a fiára hagyta, mivel neki nem volt fia. Erről kétséget nem hagyó oklevelet is készítettek. Közben történt események. Az úr 1340. évétől kezdve három egymást követő évben, azaz 41-ben és 42-ben is mérhetetlen tömegű sáska jött be a szerémségen keresztül Magyarország minden vidékére. Csapatosan vonultak, repdesve és a földön mászva, és hatalmukba kerítettek mindent, ami zöld, fákat, vetéseket és legelőket, kivéve a szőlő leveleit. A három év elteltével szétoszlottak, és a környező országokba, Lengyelországba, Csehországba és Ausztriába vonultak, egészen Itáliáig és Franciaországig, és aztán elpusztultak. Károly király haláláról. Jaj, hogy a világ dísze és dicsősége az idő kezdetétől fogva nem marad meg ugyanabban az állapotban, hanem állandóan változik, forgandó, mulandó, és a megsemmisülés felé tart tovahaladva, miként az elfutó patakvíz. Mert széthullik és földé válik minden, ami csak van-e kerek világon, a föld mélyétől kezdve az ég boltozatáig és mivel a kegyetlen halál semmit sem kímél, nem a béke ösvényén jár, és semminek sem irgalmaz, elhullik az emberi élet a tőle való félelemben, még virulni látszik, mint a virág, majd egyszerre elszárad. Ó, halál, te, aki a sárból gyúrt ősatyánk vétke miatt! Azáltal, hogy ők az ördögi családság megfontolt gonoszságának ösztönzésére belé haraptak a kárhozatos almába, behoztad a bűnmérgét a világba, elárasztván a kígyó mérgével, te rettenthetetlen, te félelem nélküli és tiszteletet nem ismerő, te vétek családságával töltekezett. Ennek az ősatyának a fiait is elragadtad és felfaltad, és így kerestél magadnak utat a világban mindjárt a kezdetek kezdetén. Csoda-e, hogy telhetetlen falánkságoddal és rabló utolálásoddal nem terszel, és tovább nyeldekled a holtak testeit? És miért örülsz örvendezve a holtak undok tetemének? Miért nem az élőknek? Mert nem lakodalmas házba és a vigasság ünnepére, hanem inkább a gyász helyére sietzte amúgy vaktában sietve. Nem félsz belépni sem a szegények kunyhójába, sem a királyok udvarába, vagy palotájába. Minden bejelentés nélkül nem rettensz vissza tőle, hogy az igaz szeretetben házassági kötelékkel kölcsönösen egymáshoz kötött házastársakat az elvállás bilincs büntetésébe verjed, s hogy fiút az apától, apát a fiától elválasz. Nem, de megmutattad, milyen keserű, milyen kemény, kegyetlen, s könyörtelen vagy, amikor az úrnak 1342. évében, az apostolok szétoszlása után következő napon, július 16-án nem riadtál vissza attól, hogy róka ravasságú fortéoddal titokban és láthatatlanul benelopózza a legerősebb, mérhetetlen magasságú várba annak is megvíhatatlan falai közé, melyeken sem erő, sem -e világ hatalma nem tudott semmi módon úrrá lenni. És nem féltél ellenséges fegyverekkel. A leghatalmasabb uralkodónak, Károly úrnak, Isten kegyelméből Magyarország királyának életére törni, akinek erejét a magasságbéli rendelkezése folytán rettegve rettegte Dalmácia, Horvátország, Ráma, Szerbia, Galícia, Lodoméria, Kunország, Bulgária, és az egész Magyarország, meg Salerno, és a Szent Angyalhegy, meg más országok is, úgy, mint Lengyel és Csehország, meg Ausztria és más környező országok. Te azonban 42 évig, és nem tovább hagytad őt az élet szolgálatában uralkodni, és a te megszokott családságoddal, a mi boldog emlékezetű, kegyes, híres, neves és hatalmas királyunkat, országa népeinek szeme láttára, és nyíltan nem kincseitől és drága ruháitól, vésett köveitől és drága tündöklő aranyba és ezüstbe ékesen befoglalt gyöngyeitől, hanem az életadó lélektől fosztottad meg, s vitted előtt közülünk kegyetlenül. És azzal, hogy a földbe temettetted, fényes érdemeire semmivé foszlató árnyékot vetettél, Országának népei? Még legutóbb is látták, milyen kegyes és magasztos, mint Libanon cédrusa. És íme hiába mennek és keresik most országának népei, nincs többé. Ennek okából a te nagy és elvetemült tetted miatt a katolikus hit valóban igaz és szeretett követőinek, és a hit ösvényeihez ragaszkodóknak, az a kegyes kötelessége, hogy Károly király urat megsirassák, és fájdalom, siralmasan meggyászolják. Micsoda sírhalomban, micsoda siránkozásban vannak itt a főpapok, főnemesek, bárók és nemesek, hajadonok és úrasszonyok, minden rendű és rangú emberek, de különösen Erzsébet úrasszony, a felséges királynő és drága hitves, meg Lajos, mostani királyunk, és István herceg, a megholt fiai. Micsoda sírás, jajgatás és jajongás tört ki halálának napján. Ó, ha valaki látta volna, és gondolatban előre is látni lehetett volna, hogy a felséges királyné úrasszony orcája, ami maga volt a kimondhatatlan öröm és vidámság, a keserű könnyektől mi szörnyen elváltozott. Ugyanáztatta arcát a király halála óta, szeméből vízes vízesés módjára, földre hulló könyvpatak. Hangos orgona hangja és búgása országa népeinek sírásával együtt az a csúcsáig felhatolt. Még az eget is, mint egy részvételre bírta, sőt, a nap is úgy látszott, gyönyörű színű sugarait igen-nagyon homályba vonja. A következő napon aztán az említett királyné úrasszony rendelkezésére összegyülekeztek az érsekek, püspökök, prelátusok, bárók, papok, barátok, és az egész papság, és könnyező menetben elindulván a mondott várhoz érkeztek. Ragyogó sokaságuk, mint mondottuk, könnyek közt kesergett majd a király drága fejét királyi méltóságához illően, aranykoronával ékesítették, felséges testét skarlát köntösbe öltöztették, lábára drága kövekkel kirakott csizmát húztak, s rá méltóságát megillető aranysarkantyút illesztettek, majd a mondott, bevehetetlen várból nagy siránkozás kíséretében levitték Visegrád városába, a boldogságos szűznek ott épült plébánia templomába. Elsiratta őt a város egész népe nagy-nagy siratással az isteni oktatás és az ünnepélyes mise végeztével a testet egy bárkán lefelé szállították a Dunavizén a híres neves Budavárosába. A főpapok, bárók és nemesek tömege előtt ment a hadilobogóval zokogva a híres neves erős karú Tót Lőrinc vitéz, aki a király úr életében háruló tisztsége miatt a királyi lobogót vinni szokta, ahogy illik. Itt a híres, neves már említett város minden polgára, minden pap, barát és szerzetes férfiú, és a város minden lakosa gyászolva, könnyező szemmel és gyászruhába öltözve körmenetben vonultak király holteste elé egészen a Dunáig. És amikor már bevitték a mondott városba, a király teste fölött szüntelenül zsoltárokat énekeltek és egyéb ájtatosságokat végeztek, ahogy ez szokás a megholtakért. És egész éjszaka nem szüntek meg könyörgéseket mondani énekelve a felséges teremtőnek. A király halálát követő harmadik napon aztán még ugyanebben a városban az alatt az idő alatt, míg az előírt módon a vallási ájtatosságokat, vagyis a megkezdett szertartásokat, és az ünnepélyes miséket végezték, a templom ajtaja előtt állt Károly király úr három díszlova, bíbor takaróval ékesítve, s rajtuk a király úr fegyverzetébe öltözött derék vitézek. Az első lovon ülő vitéz a királyi méltósághoz illő lovagi torna fegyverzetbe volt öltözve, a másik, meg dárda ökleléshez volt felszerelve, a harmadik, a legpompásabb lovonülő pedig a királyi méltóságot megillető harci fegyverzetben a hadba vonulásra felvértezetten. A három lovonülő három vitéz sisakján a hadi elvény egy struc madár forma volt, aranykoronával ékesítve. Ilyen jelvényt szokott viselni a király úr, míg élt. Minden lószerszám, kengyel, zabla, kantár, meg más ide tartozó dolog aranyozott ezüstből volt a királyi méltósághoz illően. És a bőrhevederek, és gyeplők, és más eféle dolgok a szügyelőkkel, és farmatringokkal együtt sejemanyaggal voltak bevonva. A három lovat és a vitézeket gyönyörű himzésű bíbor, sok gyöngy és drága kő borította, és testestől, lelkestől a király úrhoz voltak hasonlatosak ezeken a lovakon. Úgyhogy amikor a mindenféle rendbéri emberek arra mentükben megpillantották őket, és meglátták az említett királyi jelvényeket, sírásban törtek ki, és hangos üvöltésükkel az eget ostromolták, mivel a király úr az említett jelvények és lovak birtokában mindaddig szerencsésen kormányozta a magyar birodalmat. A szent oktatás és az ünnepélyes miség befejezése után nem egy némely más régen elhalt királyok módjára, akiket más írásos művek tiszteletre méltó tekintéje boldog emlékezetűeknek mond, azaz nem letakart arccal és néhány napig titokban őrzött testtel mert egyes esetekben egy némely király halálakor állítólag ez a helytelen szokás kapott lábra, hanem nyíltan, mindenki jelenlétében és nyilvánosan mindenki szemeláttára szállították a mondott testet Fehérvárra, hogy ott eltemessék. Szállítás közben bármi faluhoz érkezett is a holtest, mindenki, a férfiak és az asszonyok is könnyek közt és sírva gyászolták, s keserűségükben hangos jajgatással egetverően kiáltoztak. És amikor Fehérvárhoz érkezett a mondott felséges test a fentebb említett módon, a város prelátusai, papjai, egyházi emberei és a többi nemesek és polgárok sietve eléje vonultak a városon kívül, és keserű szívvel megszemlélvén az éltető lélektől megfosztott testet ennek láttán mondhatatlan sírásban törtek ki, és bevitték a városba. Ezek a papok és egyháziak egész éjszaka himnuszokat és zsoltárokat énekelve Istennek, virrasztással töltötték a hosszú-hosszú éjszakát. És amikor felvíratta a nappal, és megkezdődtek az ájtatosságok és az ünnepélyes misék, Károly király már említett három lova, már említett módon díszes szügyelőkkel és bíbor takaróval ékesítve ott állt a monostor ajtaja előtt, mint már mondottuk, s hátukon az említett derék vitézek a király úr fegyverzetébe öltözötten várakoztak, míg a megkezdett szent szertartásokat és az ünnepélyes miséket azon a napon az előírt módon végezték. És amikor végre az ájtatosságokat méltóképpen elvégezték, és az az napon tartandó szertartásokat befejezték a főmonostorban ott, ahol szentséges István királynak és fiának Imre hercegnek különféle erényekkel és csodatételekkel fényeskedő teste boldogan nyugszik az urban, s könyörületes szívvel a legnagyobb jótéteményekben részesíti a bizalommal hozzá könyörgőket, ott a nagy oltár mellett temették el a király testét, az őt megillető királyi ruhában az említett és felsorolt urak és egyházi ruhába öltözött érsekek, püspökök, prelátusok és apátok közreműködésével. Egy szívvel lélekkel siratta őt mindenki, gazdag és szegény egyaránt. Úgy, hogy a márványkövek a sűrű könyhullatástól teljesen átnedvesedtek. A nagy jajgatással siránkozó körülállók valamennyien berekedtek, s szemük a sok-sok könyvtől csak nem elvesztette természetes látóképességét. Ekkor a Krisztusban tisztelendő atya család Esztergomi érsek úr a körülállóknak, a királyúr halála miatt aggódó lelkét, és Jámbor szívét üdvös és kegyes beszédével illendőképpen megenyhítette. Ami ennek a siránkozásnak és elmondhatatlan szomorúságnak a megnyilvánulását illeti, úgy hiszem, hogy azok, akik még nem láttak királyt temetni a fájdalom keserűségéről és a könnyek hullatásáról, mivel hogy nem vettek részt benne, tájékozatlanok lesznek és maradnak is. De hát minden húsba és bőrbe öltözött teremtmény, mint előbb már érintettük a sárból alkotott őszülő bűnbeesése miatt, halandó lett, vétkével minden utódára rászapta a halál törvényét. Egyetemlegesen is megváltoztathatatlanul annyira, hogy a magasságbéli saját fiának sem kegyelmezett. No, a isteni természettel volt felruházva, hanem odaadta őt is minnyájunkért. Ezért tehát senki sem háborgathat, és senki sem szállhat szembe a Teremtővel. A halál elkerülhetetlen és megváltoztathatatlan tényem miatt. Mivel az Úr ellenében sem bölcsesség, sem tudás, sem bátorság, sem megfontoltság meg nem állhat, inkább béketűréssel kell elviselnünk a halál súlyos csapását, mivel csak azt vette vissza az Úr amit adott, és ami azon a napon úgy is feltámad ő benne. Akkor az említett főmonostor a többi egyházakkal egyetemben megszámlálhatatlan értékű királyi ajándékban és óriási mennyiségű fogadalmi adományban részesült. Végezetül a három díszparipa a fegyverekkel és takarókkal és minden díszes felszereléssel együtt, meg egy ringó kocsival, vagyis királyi hintóval, amelyen rajta volt az aranyozott és gyöngyökkel díszített királyi címer, fölül egy strucmadárféle, hasonló kép aranyozott ezüstből készült hét gömb alakú gombbal, meg az említett számlálhatatlan mennyiségű pénzzel együtt az említett monostornak jutott és adatott ajándékként, és adományul az elsiratás és a mondhatatlan keserűségű gyász emlékezetére hogy a mondott király úr emlékezetét felidézzék az utókorban. A temetés napján ugyanott történt, és tett adományok és felajánlások igen nagy mennyiségét jelenírásunkban nem tüntetjük fel részletesen, hogy hosszadalmas felsorolásuk ne fárassza a lejegyzők tollát és az olvasókat. Ezután pedig Lengyelország híres neves királya Kázmér, a király rokona, meg Morvaország őrgrófja Visegrádra jöttek, és gyászba borult lélekkel tortültek. Végül harminc nap elteltével a Szent Szűz mennybe menetelét megerőző szerdai napon, hogy Károly király halálának harmincad gyásznapját ünnepélyes misével a felséges Úristennek, mindenek teremtőjének a tiszteletére, mint föntebb mondva volt, megüljék, a főpapok és püspökök igen sok báróval együtt Fehérvárra mentek, ahol Károly király úr teste az úrban elnyugodva ünnepélyesen el volt temetve. És ott Fehérvárott, meg Visegrád városában a királyné úrasszony kedves fiával, az akkor királyjá koronázott Lajossal, meg a többi főpappal, püspökkel, pappal és báróval, meg sok-sok keresztény hívővel együtt a legnagyobb áhítattal megtartották a gyászünnepséget. És az országnak minden népe országszerte ugyanolyan ünnepélyes áhítattal és ünnepélyes misékkel ülte meg, és teljesítette a halotti ájtatosságot. Kérjük tehát egy szívvel, lélekkel a mindenható Istennek kegyelmét Károly király úr számára, hogy lelke fölött kegyelmesen ítéljen, és bocsásson meg neki, és lelkét az összes szentek és hitvallók gyülekezetébe, István és László királyok társaságába kegyeskedjék helyezni, hogy amiként a jelen világban királyi dicsőségben élt, a túlvilágon is együtt örvendezhessen az angyalokkal. Mértékes versek Károly király haláláról Égi urunk, Krisztus, létünk végcélja, királyunk! Egy magad immár minnyájunkhoz légy, te kegyelmes. Szüntesd védkünket, vedd el bűnünk sokaságát, s károly urunk bűnét, aki pár hónapja pihent el. Még augusztus előtt töltébe a lelke az áldott, rák képében apostolok elválása utáni ünnepek első napján élete évei számát. Azt, mely adott a királynak, a hercegnek s a parasztnak nem sok időn át tartották tetemét temetetlen. Három nap múlt el, majd elföldelve urunk, egy pénteki nap volt, hogy megtért az örök pihenésre. Így ég áldja Lajost kaptuk, s megkezdte uralmát épp, amidőn az 1300 évnek utána 42. új esztendő végzi futását. Isten az égi király is tudja, hogy ő menedékünk. Károly király fiának, Lajos királynak megkoronázásáról, számos hadjáratáról, életéről és haláláról. A dicsőséges uralkodónak Károly király úrnak a halála és temetése után. Az ezt közvetlenül követő vasárnapi napon nagy ünnepélyességgel és Szent István királynak dicsőséges koronájával megkoronázták a fiát Lajos herceget. Székesfehérvár városában a főurak, főnemesek, bárók, lovagok és Magyarország nemesei közösségének egybehangzó akarata és támogatása mellett anyjának, Magyarország királynéjának Erzsébet úrnőnek, továbbá Tamás Erdély vajdának és Droget Vilmos nádornak a jelenlétében. Miután a többi, már említett bárók és az ország nemesei összegyűltek, a koronázást család Esztergomi érsek úr végezte Miklós Egri, László Pécsi, Péter Szerémi, Vidbarát Nyitrai és Lőrinc boszniai püspök urak segédletével. És így atya után ő következett a természetjog folytán őt megillető királyi trónuson. És bár ifjúság a világában kezdett el uralkodni, a derék jellemű ifjú az érettséget többre tartva az ifjúságnál, növekedvén elsajátította a bölcs gondolkodást, és egyre gyarapodott az erényekben. Emlékezetébe idézte, hányan hangoztatták derék férfiak, hogy a hazáért a vérüket is kiontják, és nem is haboztak kiontani, hogy halálok után az utókor szemében dicsőséget nyerjenek. Ezen gondolkozni kezdett, és lelkében azt fontolgatta, hogy Isten segítségében bízva, hogyan és mi módon állíthatná helyre és szerezhetné vissza országa jogait, amelyeket a határmenti szomszédok és fejedelmek kisajátítottak maguknak, és amelyeket a lázadók és hitszegők a szent korona sérelmére vakmerő bátorsággal az ország fennhatósága alól kivonva bitaroltak. A király első hadjárata az erdélyi szászok ellen. Eközben történt, hogy az országának erdélyi részében a szász nemzet némely tagja lázongani kezdett, és megtagadta a szokásos adó és királyi jövedelmek fizetését. A király tehát nagy sereget mozgósítva, bárvúival, lovagjaival, nemeseivel és országa népeivel személyesen indult oda, hogy megtörje vakmerőségüket, és miután megfékezte, és az engedelmesség útjára visszavezette őket, dicsőségesen és diadallal tért vissza. Sándor Havasalföldi Vajda engedelmeskedéséről. Amikor pedig a király az említett vidéken tartózkodott, egy fejedelem, vagyis hatalmas báró a fennhatósága alá tartozó Sándor havasalföldi vajda, aki a fenti Károly királynak atyának idejében a hűség útjáról letérve fellázadt, és hosszú ideig kitartott lázadása mellett Lajos király kegyességének és hatalmának hírét halván önmagától és személyesen eljötte vidék határára, és a királyi felség lábaihoz földre borulva megtért, és visszajött az engedelmességre és a köteles hűségre. Ünnepélyes ajándékokat és ékszereket ajándékozva elismerte a király és a szent korona fennhatóságát, és így örömmel és vidáman visszatért otthonába, és attól az időtől fogva megmaradt hűségében. Erzsébet királyné zarándok útjáról. András király Apúliában még mindig nem gyakorolta a királyi hatalmat. Ennél fogva Erzsébet úrasszony Magyarország királynéja, és az említett királyok anyja, mivel hogy Károly király halála után fogadalmat tett a szent apostolok erekjéinek meglátogatására, és Péter és Pál szent egyháza küszöbének megtisztelésére, fogadalmát nem vonta vissza, és nem riasztotta vissza tőle sem női mi volta, sem a hosszú utazás fáradalma, és nem keltett benne félelmet a tengeri út sokféle veszedelme, hanem férfias lelkülettől sarkalva, és az isteni oltalomban bizakodva, és égi vágytól lobogva a Szent Háromság ünnepén, az úrnak 1343. évében Visegrádról útnak indult Itália felé. Díszes háznéppel, és az úrasszonyok, nemes leányok, bárók, lovagok és kísérők sokaságával, sok és nagy pompával indult el és vonult tova királyi felségéhez illően. A kiadásokra 27 ezer márka tiszta ezüstöt, és 17 ezer márka legfinomabb aranyat vitt magával. Fia Lajos úr, Magyarország királya pedig még utána küldött 4 ezer márka válogatott aranyat. Mint egy félmérő forint is volt vele, meg sok-sok apró dénár az országból kivezető kapuig. A királynének a velenceiek is nagyon tisztes és hasznos szolgálatot tettek, mert két gájával álltak szolgálatára saját költségükön. A mondott úrasszonynak a tengeren való átkeltekor nagy figyelmesen. Átkelvén a tengeren nagy békességgel megérkezett Apuliába. Itt eléje ment a fia András király hitvesével Johanna királynő úrasszonyjal, és Erzsébet királyné úrasszonyt nagy ünnepélyességgel és pompával fogadták. Úgy kísérték Nápolyba mindenki örvendezése mellett, Szent Jakab apostol vigíliáján. Amikor tehát Magyarország királynéja már ott volt Nápolyban, tanácsot tartván Miklós Nádort, Pál királyi országbírót, Vörös Tamást, Vittestvér nyitrai püspököt, Péter fia Tamást, meg a Beneventói érseket, és igen sok más nemest ünnepélyes követségben az apostoli székhez küldte azzal a kéréssel, hogy a pápa úr adja áldását és koronáztassa meg a királyi koronával András királyt. Eközben Erzsébet királyné úrasszony az Istennek és a szenteknek tett fogadalmát teljesíteni akarván a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén elindult Nápolyból egész háza népe, meg a nápolyi érsek, és Apúria sok nemese kíséretében és Róma felé vonult, hogy meglátogassa Szent Péter és Pál apostolok küszöbét. A városokon is, várakon teljes nyugalomban és békével vonult át, és senki nem merészkedett erőszakosságra, sem jogtalanságra az övéi ellen. Amikor pedig Amaföld föld lakói meghallották, hogy Erzsébet királyné, mint a fényességes csillag a ragyog erényeivel, tisztes erkölcsével és szüntelen jámborságával, és hogy az övéi teljes tisztességben vonulnak arra, kifutottak az utcákra és terekre, hogy láthassák, és alaposabban megnézhessék. És amikor csodálattal és örvendezve látták, egy szívvel, lélekkel dicsérték az Istent, hogy ilyen nemes úrasszony és ilyen fényességes királyné elhagyván országát és otthonát, a világ végéről eljött akár csak Sába királynője, hogy kérje és kiérdemelje a megváltó kegyelmét. Mikor pedig néhány nap múlva szerencsésen megérkezett Rómába, az egész város megmozdult megérkezésének hírére, és a Tiberis egyik partján a ma híres kolonnák, a másik parton meg az Orszínik fogadták a királynét a legnagyobb tisztelettel. A többi nép pedig a polgárok apraja nagyja, az asszonyok és a leányok arra futottak, amerre a királyné elvonult és hangos szóval kiáltozták, éljen Magyarország királynéja és víz hangzott a föld a kiáltozásuktól, és úgy látszott, hogy az egyébként szokatlan esemény következtében az egész néptömeget valami lelki újjongás tölti el az ő látása miatt. Amikor aztán Szent Péter apostol Szent Egyházának ajtaja elé írt a királyné, az egész pápai udvar fogadta körmenetben vonulva eléje nagy pompával és tiszteletadással. Végül a királyné Szent Péter apostol oltárán és erekjéi fölött elhelyezte felajánlásként ünnepélyes ajándékait, kejheket, papi és aranyforintokat királynői fenségéhez illően. Még számos monostort, templomot és szent helyet meglátogatott, és mindezeket bőséges ajándékokkal és kegyes adományaival tisztelte meg. Kétszer is megengedték, hogy Krisztus képmását, vagyis Veronika kendőjét felmenvén a lépcsőn közelebbről is megnézze, áhítatosan odajárulván a legnagyobb tiszteletadással és alázattal imádkozott előtte. Ezeknek elvégzése és befejezése után búcsút véve, Szent Ferenc nyolcada napján nagy és öröm közepette visszatért Nápolyba, mivel áhítata példaként ragyogott mindenki számára. Amikor tehát a királyné már Nápolyban volt, és látta, hogy a menye, Johanna úrnő gőgös és nagyra vágyó a világi hatalmat a szokásos emberi mértéken felül sóváróva jár kell, és férjének András királynak nem adhatja meg a királyt megillető tiszteletet, hanem minden erejével, sőt még azon is túl törekszik rá, hogy a koronától és a királyi méltóságtól megfossza, ahogy ezt utóbb az események igazolták is, Szíve összeszorult, és a fájdalom éles tövise járta át. Mikor aztán a követek és hírnökök avinyomban hosszú ideig késedelmeskedtek a pápa úr ravaszkodása miatt, aki nem akarta beleegyezését adni András király megkoronázásához, a királynő úrasszony és tanácsa helyesebbnek látta inkább hazatérni, mint hiába céltalanul és unalomban ott időzni. Ezért az úrnak 1344. évében fiát András királyt épségben és egészségesen Apúliában hagyván. Szent Mátyás apostol ünnepe táján elindult Nápolyból egész kíséretével együtt Magyarország felé. Bariban pihenőt tartott, Szent Miklóshoz imádkozott és megtisztelte őt ajándékaival és adományaival, majd nagybőt közepe táján Manfredóniába érkezett. Ám hajók és gályák hiányában még a húsvét ünnepét kénytelen volt itt megünnepelni. Másnap aztán megérkezett négy gálya, amelyet András király küldött anyjának, Magyarország felséges királynéjának a szolgálatára. Ő meg beszállva minden holmiával és kíséretével együtt, több más hajó kíséretében áthajózott az Adriai tengeren, és az úr engedelmével megérkezett Viszcéniába. A királyné tehát Apuliából visszatért Magyarországra, a fentebb említett időben, és elutazásának évfordulóján érkezett haza Visegrádra, és itt a fiai Lajos úr, Magyarország királya és István herceg úr, meg az ország főnemesei nagy újongással és örömmel fogadták. Ez alatt Lajos király úrnak és anyjának a királyné úrasszonynak követei, Hatodik Kelemen pápa úr elé terjesztették a konzisztóriumban András királynak egyházjogi és világi törvények szerinti bizonyítékait, és más választott bírák előtt az összes törvények alapján bebizonyították, hogy Szicília királysága a királyi örökösödési jog alapján teljességgel András királyt illeti meg. Sokat fáradoztak, mégsem értek el semmi eredményt a dologban. És mivel az említett követek az igazság útján, ahogy akarták, nem tudták elvégezni, amit rájuk bíztak, de tudták, hogy az ajándékok és az adományok a bölcsek lelkét is lépre azért Lajos úr és az anyakirályné asszony tudta nélkül megígérték, és esküvel kötelezték magukat, hogy a pápa úr kincstárának 44 ezer márka aranyat fizetnek, ha András király Szicília királyságának kormányát elnyeri. Amikor ez a jelentés Magyarországra érkezett, és az egyesség a király úr és a királyné asszony elé került, nem kevésbé nyugtalanította őket, hiszen megértették, hogy a királyság fölötti jogot, amely Isten és az igazság szerint is őket illeti, pénzen kell megváltaniuk. De hogy gonosz és rosszindulatú embereknek ne adódjék alkalmuk és okuk rá, hogy bármely tekintetben is helytelenül ítéljenek róluk, és ócsárolják őket, mondván, hogy kapzsi módon és nyereségvágyból tartanak igényt a királyi méltóságra, megengedték az említett pénzösszeg kifizetését, nehogy a követekre is rásüssék a hazugság vétkének a bélyegét. Szétfutottak tehát az adószedők minden vármegyébe, a királyi és királynői falvakba az egész ország területén, és a mondott pénzösszeget teljes egészében behajtották, és a behajtott összeget megbízható követek útján hatodik kelemen pápa úr kincstárába hűségesen beküldötték, abban a szilárd reményben, hogy az András király megkoronázását illető ígéretet haladék nélkül teljesíteni fogják. Miközben a többször említett követek avigyomban a rájuk bízott ügy végrehajtásával voltak elfoglalva, az alatt Lajos úr Magyarország híres neves királya, az úr 1345. évében illő kísérettel Csehországba ment apósához, akinek leányát név szerint Margitot már megkapta feleségül. Itt már említett apósával, a csehek öreg királyával és annak fiával tanácsot tartva vitéz és erős sereget gyűjtöttek, és a boldogságos Szűzmária Mária ünnepe táján egy közönséges nap alatt a befagyott jégen átkeltek a tengeren a pogány Litvánok ellen. Tűzzel vassal akarták földjüket elpusztítani, de déli szél kerekedvén olvadni kezdett a jég, és a késedelmeskedés veszéllyel fenyegette őket. A lehető leggyorsabban visszavonultak tehát, és eredménytelenül és üres kézzel tértek vissza. A tatárok elleni hadjáratról Ugyancsak amikor a tatárok népe Magyarország ellen dühöngve az erdélyi rész határvidékeit és a székelyeket már több ízben is megtámadta, a király egy serény és harcias férfiút, Laszkfi András erdélyi vajdát küldte a tatárok ellen az erdélyi nemesek és erős hadinép élén. Ezek erőszakosan behatoltak arra a földre, ahol a tatárok laktak, és amikor Atlamosz nevű fejedelmük vezetése alatt nagy tatársereg vonult ki ellenük a harcmezőre, Leverték a szembeszegülőket, fejedelmüket lefejezték, és sok zászlót és tatár foglyot küldtek a királyi felségnek Visegrádra. Ezután is a székelyek gyakran megrohanták a tatárokat, és nagy zsákmányjal tértek vissza hazájukba. Akik életben maradtak a tatárok közül, azok a távol fekvő tengerparti részekre menekültek a többi tatárokhoz. A horvátok elleni hadjáratról. Végül közös tanácsot tartva főuraival, lovagjaival és báróival elhatározta, hogy hadat indít a hűtlen és lázadó horvátok, kurjak fia Gergely és Neli Pics ellen, akik Horvátországot, Dalmáciát és Szlavónia nagy részét bitorolva a Szent Korona sérelmére hatalmuk alatt tartották. Elindult nagy hadsereggel és más országok fejedelmeivel különösen, a nagyságos és hatalmas István fejedelemmel, a bosnyák bánnal együtt, hogy elfoglalja és birtokba vegye a mondott Horvátországot. Bihácsvárosáig nyomult előre, és annak közelében a Klokocs fő nevű patak forrásánál tábort ütött. Ehelyen hosszabb ideig pihen seregével, és nem vonult innen tovább, úgyhogy a bitorlók és lázadók, Kuriak fia Gergely és Nelipics fia, Iván, atyának halála után kénytelenek voltak a Szent Korona engedelmességére térni. És midőn megesküdtek, hogy hívek maradnak a király egynémei vár visszaszerzése után hazatért seregével. Ám kúriak fia Gergely újból fellázott. Lajos király másodízben báróit és lovagjait küldte ellene hatalmas sereggel. Akik a lázadó vakmerőségét megtörve visszatérítették Horvátországot a királyi fenség fennhatósága alá, a lázadót pedig kényszerítették, hogy engedelmeskedjen, és hogy kegyelmének alávesse magát azokkal együtt, akik vele tartottak. Ezután vidáman visszatértek hazájukba. A verenceiek elleni hadjárat Dalmáciában. Ezt követően időmúltával nagy hadat indított a király Dalmácia megvívására, amelyet a verenceiek már hosszú idő óta elfoglalva tartottak. A környező országrészek számos fejedelmének, a báróknak és lovagoknak, meg országa népeinek kíséretében eljutott Zára városáig, amely már előbb visszatért a királyi felség iránti engedelmességre. A velenceiek a várost német, francia és olasz zsoldosokkal ostrom alá fogták, és vele szemben egy székács nevű erődítményt építettek. És azt fegyveres hadinéppel és különféle hadigépekkel megrakva, a legnagyobb erővel ostromolták a várost, mind az erődítményben felállított hajtógépekkel, mind a tenger felől a gályákról. A király pedig seregével az erődítmény körül a mezőn telepedett meg, és hajítógépeket, meg egyéb különféle hadigépeket állított és szerelt fel, és erős ostrom alá vette velük a velenceiek erődítményét, így akarta megszüntetni Zára városának ostromát. A király vitézei és hadinépei állandó ruhamokkal zaklatták az ellenséget, és kemény csatákat vívtak. De mivel az ellenség bezárkózott az erődítménybe, és hajítógépeik lövései a király hadinépéből sokakat megsebesítettek, a király hadinépe egészen a falakig nyomult, és visszafizette nekik a kölcsönt. De amikor alkalom adódott, a velenceiek hadinépe is hirtelen és észrevétlen kirontott az erődítményből, és összecsapott a király vitézeivel és hadinépével. Mindkét részről sokan estek el. A király részéről itt ebben a csatában esette Tóth Lőrinc fia Bertalan, és a német Hassendorfer két serény vitéz. A király serege vitézül iparkodott bevenni az erődítményt, de a szer fölött meg volt erősítve, és nem boldogultak vele. Ezt látva a király seregével együtt hazatért, emberben és hadi anyagban nagy veszteséget szenvedve. A velenceiek hadi népe pedig folytatta az ostromot mind az erődítményből, mind a tenger felől a gályákról, és néhány városi árulása miatt el is fogalták a várost. Sok polgárt és nemest kivégeztek, vagy különféle kínzásoknak, gyötréseknek és büntetésnek vetettek alá. Sok férfit, nemes asszonyt és leányt fogságra vetettek, és elhurcoltak Velencébe. Nem féltek az Istentől, nem tekintettek sem az életkorra, sem a nemre, asszonyokat és leányokat, meg más foglyokat személy szerint kiválogatva éjséggel és szomjusággal gyötörtek kegyetlenül, csupán nyomorult életüket hagyták meg, de utóbb kínzások között ezeket is lassanként elpusztították a börtönökben. A király emiatt mélységesen bánkódott, és szilárdan elhatározta, hogy mihelyt alkalom kínálkozik, bosszút fog állni. András király haláláról. Ezután rövid idő elteltével, mivel, hogy úgy szólván, semmi sem maradt változatlan és állandó, hanem fut az idős, mindig sok változás rejt magában, amit nem lehet egy könnyen előre látni és előre megjósolni, és nincs semmi, ami a változandóságot ne érezné. Háború is a békek elős közepén támad, így esett meg ez a siralmas és borzalmas szerencsétlenség, a néhai hírneves fejedelemnek András úrnak, Jeruzsálem és Szicília királyának, Lajos magyar király édes testvérének a halála. Az András király udvarában tartózkodó Johanna asszony megbízásából az elvetemült Katázárói Konrád gyilkolta meg és veszejtette el más felség áruló közreműködésével Aversa városában, hogy pusztult volna a föld színéről. Nagy gyász és síralom támadt Magyarországon. De a felségárulók is megkapták védkük büntetését és istentelen felségárulásuk jutalmát. Novelli hatalmas és nagyságos grófja a király rokona és hűséges emberek kocsira kötöztette, és végig őket városának összes utcáin, testüket tüzes vasfogókkal tépette, gyötörte, szabdalta, és a legrútabb halállal és különleges halálbüntetéssel pusztította erőket. Testvérének szerencsétlen halála miatt Lajos király elmondhatatlan heves fájdalommal és vérző szívvel bánkódott, bánatában bosszúra gondolt, de azt kezdte elméjében forgatni, hogy ilyen istentelen gonosság nem maradjon büntetlenül. Először Tóth Lőrinc fiát Miklóst, kit utóbb Kontnak neveztek, küldte oda, hogy tárgyaljon a vidék főuraival, grófjaival és báróival. Ő pedig Aquileába, ebbe a híres városba érkezve a város kormányzójával, Lallóval, egy bölcs férfiúval, aki András király halála miatt nagyon búsult, tárgyalásokat folytatott és megnyerte az ügynek a vezetése alatt álló kis államot. Majd tovább ott időzvén. Lallóval együtt igen sok más embert is Magyarország királyának hűségére térített és buzdított, és erről a királyt levélben és követek útján értesítette. A nápoly elleni hadjáratról a király erős sereget gyűjtött, és Itália vidékein keresztül haladva Nápoly városa felé sietett. Átvonulása alatt a városállamok urai és a városi tanácsok minden városban nagy tisztelettel fogadták, és bőkezően megvendégelték. E városok urai közül Malatestei Malatesta, Forli Ferenc, Mantovai Fülöp és még néhányan tekintélyes fegyveres hadinéppel kísérték egészen Nápolyig, a király pedig lovagi címmel és lovagi övvel tüntette ki őket. Johanna királynőnek és férjének Lajosnak meneküléséről A király jövetelének hírére Johanna királynő Tarantói Lajossal, a férjével, aki királyként viselkedett, titokban elmenekült. És a királytól való félelmében három gályán a tengeren át, Provence felé Avignonba igyekezett. Lajos király pedig bevonult Nápoly városába, nagy ünnepélyességgel és örömmel fogadták. Ettől kezdve a Magyarország, Jeruzsálem és Szicília királya címet használta. Itt tartózkodása alatt kutatni kezdte, Kik voltak bűnrészesek és védkesek testvérének, az említett András királynak a meggyilkolásában? És elfogadta az alábbi kiskirályokat. királyokat. Duráczó hercegét, két testvérével, Lajossal és Róberttal együtt, de még másokat is tudnék, Talántó fejedelmét, és a még gyermek fülöpött Lajosnak, Johannak irányő említett férjének testvéreit. A Duráczói herceget mint vétkest lefejeztette Aversa városában, András király palotájában, amelyben akkoriban lakott, és ahol András királyt megölték és meggyilkolták. A többi királyocskákat András király fiával, a gyermek károlyjal együtt Magyarországra küldte megbízható bárók és vitézek kíséretében. Mivel ezek elmulasztották megbüntetni a felségsértés bűnében védkeseket, feltehető volt róluk, hogy valamelyest ők is egyetértettek a gazdettel hiszen aki a nyilvánvaló tettel nem száll szembe, nem mentesülhet a titkolt bűrészesség gyanújától. Visegrád várába vitték őket fogságba. Nagy tapintattal és tisztelettel, jól és bőven tartották őket, ahogy a királyi felség hozzá tartozóihoz illik. A király Magyarországba való visszatéréséről a Lajos király végül is vissza akart térni nagyszámú hadinépével együtt Magyarországra, és ezért saját feleségének képviseletében otthagyta a nagyságos és tekintetes Laskfi István Erdély Vajdát országos főkapitánynak, a német Wolfurti Ulrikot pedig nápoly városkapitányának, ő maga pedig visszatért Magyarországra. István Vajda ütközetéről és győzelméről. A király eltávozása után egy némely lápóiak, odavaló vitézek és kapitányok lázadást szítottak, az említett Ulrik kapitányt elűzték, és gőgös elbizakodottságukban felkeltek, hogy magát István Vajdát is elűzzék. A Versa és között ütköztek össze, és elkeseredett csatát vívtak. Isten akaratából István Vajda a királyú seregével győzelmet aratott, sok grófot, bárút, lovagot, nemest és lápoi polgárt fogott el, és egyeseket megölvén hatalmas zsákmányra tett szert. A zsákmányt a királyhadi népe között bőkezűen szétosztotta. A foglyokat nagy pénzösszeg lefizetése ellenében szabadon bocsátotta, és győzelmében bizakodva nyugodtan ott maradt az országban. István Vajda hadáról és ütközetéről Nápoly környékén Lajosnak hadinépével. Ennek utána Tarantói Lajos pártja, mivel István Vajdát ki akarta űzni az országból, nagy sokaságot gyűjtött össze a zsoldos hadinépéből, és szövetségbe vonta a hűtleneket Szicília említett királyságából is. Nápoly városa előtt felállította a hadsorokat, harcba bocsátkoztak, és megfújván a harci kürtöket megkezdték a támadást. És bár Tarantói Lajos sokkal több hadinéppel rendelkezett a maga seregében, és bár mindkét részről egyformán ellenséges indulattal bocsátkoztak harcba, István Vajda mégis a hűség lelkesedésétől vértezetten, mivel inkább akart halála után hírneves dicsőséghez jutni, semmint hátat fordítani az ellenségnek, győzelmet aratott, ahogyan kívánta. Ebben az ütközetben István Vajda igen sok főurat, grófot és hatalmas lovagot fogjulejtett, és ennek megfelelően igen sokszor leverte Lajos seregeit, igen sok várost elfoglalt, Lajos hívei között nagy öldöklést, embereiben nagy pusztítást vitt véghez. A leghatalmasabb nemeseket Magyarország királya iránti hűségre kényszerítette, és az ő szolgálatába állította, ahogy ez más tetteivel és szolgálataival egyetemben írásba van foglalva a királynak abban az oklevelében, amelyet szolgálatainak jutalmazására a dráva és a murak között fekvő Strigó és Csáktornya nevű várak adományozásáról kiállított neki. De az említett ország hadinépe, sőt a lakosok is élve megnyúzták és más kínzásokkal kegyetlenül gyötörtek mindenkit, akit csak elfogtak a magyarok közül. Johanna királynőnek és Lajosnak a visszatéréséről Időközben azonban Johanna királyné és férje, Tarantói Lajos visszatért Lápolyba, és az országot saját hatalma alá akarta hajtani. Ekkor István Vajda Magyarország királyát fegyverbe szólította, hogy az országot megvédelmezze ellenük. Lajos király második bevonulása Apulia királyságába. A király úr pedig minden késlekedés nélkül be sem várva seregének összegyülekezését egyetlen gályán csekély kísérettel és néhány bárkával hirtelen áthajózott akvirába, egy némei bárójának és lovagjának kíséretében. Ezek voltak a főbbek közülük. Gilét Fimiklós Nádor Ispán és fiai János és Domonkos lovagok, és testvére Gilét János, továbbá Bebek fiai, István és György, Szécsi Miklós, Tamás Vajda fia Kónya, András Vajda a testvéreivel, Laszkfi Miklós, Pál és Mihály, a főpapok közül a Krisztusban tisztelendő atya Miklós Zágrávi püspök úr, akit ott aversz a városában szenteltek püspökké, meg a tisztelendő férfiú István Budai Prépost úr a testvérével Jánossal, a tekintélyes lovaggal Kanizsai Lőrinc fiával. A király Manfredónia kikötőjében kötött ki, és békésen a városi tanács egyetértésével vonult be a városba. Teánót és Barlettát elfoglalta, Bári városát, ahol Szent Miklós pápa nyugszik, ostromzárral foglalta el, úgy vonult be oda. És miután a város erődítményekkel megerősített várát újból visszaszerezte, ebben rendezte be szállását, és itt a német zsoldosoknak szám szerint négyezer sisakosnak, kiknek kapitánya Wolfurti Konrád volt, a már említett Ulrik testvére, bőven és bőkezűen kiosztotta a zsoldot. a zsoldosok árulásáról. Ekközben pedig a hadinépek Magyarországról is hajón átkelve hozzá sereglettek, és így serege nagy mértékben megnövekedett, ennek láttára a német zsoldosok kapitányuknak, Wolfurti Konrádnak és többi tisztjüknek akarata ellenére árulást követtek el, és támadást intéztek a király és magyarországi hadinépe meg a város ellen, mivel hogy ki akarták fosztani és rabolni. A magyarok felkeltek ellenük, és erre teszelték az utcákat és a tereket láncokkal, melyek a falak között a föld alá voltak rejtve. A láncok közé beszorították a zsoldosok nagy tömegét, leöldösték őket, és sokakat fogjulejtettek közülük, lovaikat, számszeríjaikat, fegyvereiket, válszíjaikat, és minden holmiukat elszették tőlük. És ha a zsoldosok nem tartottak volna egy város kaput elfoglalva és őrizetük alatt, Alig menekülhettek volna meg közülük néhányan. Végül azonban kimenekültek a városon kívülre és táborukban heverve hírnökök közbenjárására. Kegyelmet nyertek a királyúrtól azzal a kikötéssel, hogy az országból mindnyájan eltávoznak és nem csatlakoznak a király ellenségeihez. Ezt írásban okirattal is megerősítették. A királyúr mind a mellett egyeseket közülük, akik a lázadás szításában ártatlanoknak látszottak, megtartott szolgálatában. Kanossavárának bevételéről Ezután a király, aki a seregbonulásakor napokon keresztül állandóan fegyverzetében szokott lovagolni a katonák csapatai között, körülzárta Kanosszavárát és ostrommal elfoglalta, vagyis inkább visszavette. De itt, amikor fegyveresen igyekezett felmászni egy létrán, kődobásoktól súlyosan eltalálva lezuhant a várárokba, és testén súlyos sérülést szenvedett. Emiatt a várók és lovagok szerfölött megszitták, hogy olyasmi beavatkozott, ami nem illik a királyi méltósághoz. Tarantói Lajos zsoldosainak foggyülejtéséről. Ezután néhány kis várat foglalt el, és bevonult Luszerába, melynek falai le voltak rombolva. Ennek közelében volt egy igen erős vár, mely hű maradt Lajoshoz, Johanna királynő mi alatt a király ebben a városban tartózkodott, Lackfi Miklós és Pál alig 50 magyar írásszal, tarantói Lajos vegyes hadinépéből 150 fegyveres zsoldost fogott el a mezőn vívott harcban. Hátra kötözött kézzel de lóháton és vértbe öltözötten vezették őket a király elé. A király pedig azon a napon a barátok refektóriumában megvendégelte és ebéddel felüdítette őket, de a következő napon elszedte tőlük lovaikat és fegyvereiket, ahogy ez a zsoldosoknál szokás, és megengedte, hogy elmenjenek. Szalernónak és más városoknak elfoglalásáról Ebből a városból tova vonult, és Isten segítségével, aki kedvező szerencsével vezérelte útjain, elfoglalta Szalernót és Kafatti várát. Ezután a Nápoly felé eső Szomma nevű megerősített várost vette be, ahol sok gyalogos volt. Aversa városának elfoglalásáról és a király megsebesüléséről ezen város körül. Innét elvonulva Aversa városát vette ostrom alá, amelynek falai még nem voltak teljesen befejezve, de ostromgépek védelme alatt napról napra tovább építették, és már-már befejezték. Itt a király elmozdítván István Vajdát seregének vezérévé Kont Miklóst, ezt a tanácskozásokban bölcs férfiút tette meg. Ez a dolog sokaknak nem tetszett, és István Vajdát is elkeserítette, és ez nagyban zavarta a király ügyeinek előmenetelét. Amikor pedig a király hozzákezdett seregével a város ostromához, s maga is részt vett a harcban, egy számszerű nyilától életveszélyesen megsebesült a lábán, és Isten segítségében bízva, és az orvosok kezelése ellenére is alig menekült meg a haláltól. Az ostrom jó három hónapig tartott, és Tarantói Lajos német zsoldosai minden nap váratlanul, és hirtelen kitörtek a városból, és rohamot intézve ütközetet vívtak a király német és magyar hadinépével. És mikor már mindkét részről sokan megsebesültek, ismét visszafutottak a városba. Az ostrom elhúzódása miatt a városban elfogytak az élelmiszerek, az éjség miatt sokakat kiűztek a városból. Ezeket a sereg elfogdosta. A zsoldosok sem tudtak tovább kitartani. És így személyük és a vagyonuk bántatlanságának kikötése után feladták a várost az igen erős várral együtt, amelynek pinyattáró jakab volt a kapitánya és várnagya. A király úr a várba, a hadsereg pedig a városba vonult be. Ezen a helyen a király a velelevő báróknak, lovagoknak és nemeseknek sok földadományt adott földbirtokban Magyarországon, egyiket a másik után a megadományozottak serénykedése és szolgálatai a nekik adott adománylevelekben vannak elbeszélve. Végre a királya várban töltött idő alatt jól megerősödött, és egészségének visszanyerése után Laszkfi András Vajdát, ezt a merész és harcias férfiút személyének képviseletében az ország főkapitányává tette meg. Droget Miklóst, Vilmosnádor Nádor testvérét Szalernó városának kapitányává, és a Jeruzsálemi Szent János rend lovagját, Moriále Fráter Vránai perjelt pedig Aversa városának a kapitányává. Ez utóbb hűtlenül járt el, mivel a várost a várral együtt visszaadta Johanna királynőnek. A király tehát hátrahagyva őket, a jubileumi szentév miatt áhítatos buzgalomtól lobogva elindult Róma felé, Kápua városán keresztül, amelynek kapujára egy díszes művű, igen magas torony van építve. Elhaladt Monte Cassino alatt, amelynek falai földrengés következtében leomlottak. Aztán tovavonult vonult, kampánián keresztül. A királyt megtisztelik a rómaiak. Nos, a néptribún a rómaiakkal és az előkerők közül, mint egy száz személlyel külön erre az alkalomra készített, bíbor szín ruhákba öltözve, trombitákkal és különböző fajtájú zeneszerszámokkal ünnepélyesen eléje vonult négy francia mérföldre, nagy tisztelettel fogadták és bevezették Róma városába, melynek utcáit gyönyörűen beborították és feldíszítették szőnyegekkel. A rómaiak urának is megválasztották, de a király azt vonakodott fogadni. A pápa úr palotájában szállásolták el. A néptribún pedig minden nap meglátogatta őt a római előkerőkkel együtt, és tisztelgett előtte. Nagy örömmel meghívták palotájukba lakomákra. A király pedig minden nap Szent Péternek, az apostolok fejedelmének bazilikájában hallgatott misét, és minden nap megmutatták neki az úr arckendőjét, a zarándokok, és az ott összesereglett népsokaság nagy vigasztalására. Miután a király több napot töltött ájtatoskodással, a pápa úr felhatalmazására feloldozás nyert, és Szent Péter oltárára négyezer aranyforintot ajánlott fel, és adott ajándékba. A királynak Magyarországba való visszatéréséről Ezután seregével visszafelé indult Itália tartományain keresztül, és minden városban örvendezve fogadták. Ilyen megtiszteltetések közepette érkezett Verónába. Itt német zsoldosokból álló hadinépét elbocsátotta, és Ulrik meg korrát kapitányok kíséretében, mivel zsoldjuk még nem volt teljesen kifizetve a király terhére történt kiadások teljes elszámolására, örvendezve visszatért Magyarországba. Innét aztán megküldte nekik hiánytalanul a zsoldjukat, a kapitányokat pedig magához hívatta és szolgálataik megjutalmazására, bőséges királyi adományokkal tüntette ki őket. Tetteik és szolgálataik a nekik adott oklevelekben vannak előadva. Szicília királyságáról való lemondás a pápa úr javára. András Vajda az országos főkapitány és Druget Miklós, Vilmos Nádor testvére, Szalernó városának kapitánya más előkelő lovagokkal, és a király úr nagyszámú hadinépével mintegy három évig tartózkodott az országban, és azokon a vidékeken, és a királynak minden dolga szerencsésen sikerült. Számos ütközetet vívtak, Tarantói Lajos hadinépét sokszor leverték, és úgy szólván megsemmisítették, úgyhogy azok az erődítményekbe és várakba zárkóztak. András Vajda tetteiről és hadakozásairól, amelyekre a rövidség okáért ezúttal nem térek ki, a neki adott birtokadományozó oklevélből bárki meggyőződhet, aki azt akarja, hogy mindenről hiteles tudomást szerezzen. Ekkor ötödik Ince pápa úr először követét, a Krisztusban főtisztelendő atyát a Szent Cecília egyházáról címzett Guido bíboros áldozó papurat, mint különleges megbizatású legátust, majd több alkalommal ünnepélyes követeket küldött az említett kiskirályok kiszabadítása érdekében a királyhoz, és utóbb ugyancsak követe, Bertalan egyházjogi doktor úr útján üdvös intelmekkel atyailag sürgette a királyt, hogy hívja vissza hadinépét abból az országból. A pápa kérésére a király, mint alázatos és engedelmes fia, követei útján tudnélik János választott Veszprémi püspök, a jog licenciátusa, meg mások közvetítésével a pápa kezére adta az említett országot, várakat, városokat, erődítményeket és azokat a területeket, amelyeket hatalmában tartott. De fenntartotta magának az országra való jogát, amely meg is illette. Az említett kiskirályokat is, akiket fogságban tartott, szabadon bocsátotta, és szabad menetlevéllel Velencébe küldte őket tisztelettel, hogy megtérhessenek hazájukba. Nagy örömmel hajóztak át a tengeren Nápolyba, ott pedig nagy ünnepélyességgel és tisztelettel fogadták őket, és visszahelyezték mindet szabad birtokaikba, fejedelemségeikbe és hercegségeikbe. Nem hallgatom el azt, hogy a megtörtént események sorát nem tudtam érthetően és világosan évekre és napokra elkülönítve előadni, mivel ebben az azóta eltelt időköz akadályozott. Egyes dolgokat magam tapasztaltam másokról, meg hitelt érdemlő emberektől értesültem, akik ismerték az eseményeket. Amikor illendően mentegetem magam, adassék meg nekem a bocsánat, mivel elegendő az események sorát elbeszélnem. A többi megírni és elbeszélni valót, Azokra hagyom, akik többet tudtak írni és elmondani a király szerencsés vagy szerencsétlen kimenetelű visel dolgairól, mint ami itt meg van írva. A velenceieknek a királyhoz intézett követelése Dalmáncia visszaadásának tárgyában. Ezeknek az eseményeknek az elmondása után szükséges visszatérnünk a Dalmáciáról és a tengerparti városokról megkezdett tárgykör előadásához. Mivel, hogy a király az országhoz tartozó és a Szent Koronának alávetett fejedelemségeket, birtokokat és dominiumokat meg akarta őrizni, és az elbitoroltakat régi állapotukba visszaállítani, azért ünnepélyes követek, levelek és külön hírnökök útján mint a béke buzgó híve, többször is megkereste, és intette Dámduló András Dózsét és Velence városának tanácsát, hogy adják vissza neki, és a Szent Koronának Dalmáciát, amelyet nagy részében, illetve Zárát és a tengerparti városokat, amelyeket pedig teljes egészében elfoglaltak és birtokukban tartottak. Ezt azonban a Dózse úr és Velence városának tanácsa megtagadta és ellenezte, és elhatározta, hogy szembeszáll a királyi felséggel. Az ellenük indított hadjáratról. Ennek okáért a király a Dózse és Velence városának tanácsa ellen a jogtalanság miatt súlyos panaszt emelt szomszédainál, a tanácsuraknál, fejedelmeknél, hercegeknél és őrgrófoknál, hogy ne legyen az a látszat, hogy jogtalanul és igazságtalanul támadja meg őket. Az ellene és országa ellen elkövetett jogtalanság megbosszulására és elhárítására, és hogy erővel visszaszerezze országának felségjogait, melyeket amazok hosszú idő óta vitoroltak, megindult Itália felé a Dózse és Velence városának tanácsa ellen saját hadinépével, meg az ő támogató s neki segítséget nyújtó idegen német grófokkal és lovagokkal. Ezeket a németeket nagyon szerette, a nyelvüket is értette, és bőkezűen gondoskodott zsoldjukról és ajándékokról, és ezért szívesen sereglettek hozzá, s hű szolgálatokat tettek neki. Átvonulva a velenceiek területén és birtokaikon, Szeravalle vára közelében elfoglaltak Honejánót, majd innen Treviso városához ment, megszállta és a birtokában lévő várakat és földeket, nevezetesen azálót, Rokavernával, ahol egy apátság van, Kriszpinyagát, Kverót, Gorgóniát és Forgóniát és még sok más helyet is elfoglalt és hadinépeket helyezett el bennük. És így a tiszteletre méltó Miklós Esztergomi érsekúr testvérét, a tekintetes Tamás lovagot hátrahagyván hadinépe kapitányának, ő maga pedig fegyveresen visszatért Magyarországra. Castelfrancó várának ostromáról Utóbb aztán a már említett Kont Miklóst, ezt a nagyságos és hatalmas férfiút, Magyarország akkori nádor ispányját küldte arra a vidékre. Ez nagy hadsereggel ostrom alá vette a Dózse és Velence városa Castelfrancó nevű várát, és bár több napot töltött el itt, mégsem ért el semmi eredményt, mivel a vár remekül meg volt erősítve, és hadinéppel is jól el volt látva, visszatért tehát Magyarországra, és csak a mondott Tamás lovag maradt ott. Ez a Tamás lovag és a király hadinépe először Trevizó városának kapuja előtt másodízben pedig az ennek közelében elterülő mezőn ütközött meg, és vívott harcot a velenceiek fegyveres hadinépével. Legyőzte őket, és sok foglyot ejtett. Harmadízben a Brenta folyónál, ott, ahol már hajózható, a folyó mély víze miatt nagy veszélyek között lóháton átkeltek a folyón, és kora reggel hirtelen rárontottak a velenceiek német zsoldosaira. Legyőzték a zsoldosokat, és foglyokat ejtettek. Ezeket, miután zsoldos szerint elszedték tőlük lovaikat és fegyvereiket, szabadon bocsátották. Ebben a folyóban elmerült Cselefi Jánosnak testvére Pál lovag, néhány más magyarral együtt. A király pedig visszarendelte Tamást, és helyébe Hímfi Benedek lovagot küldte oda. Amikor Benedek lovag odaérkezett, sok ütközetet vívott egymás után a velenceiek hadinépével, és le is győzte őket. Majd ismét az említett Tamás ment oda, és a várakat és megszerzett területeket mindaddig vitézül és szilárdan megtartotta a király uralma alatt amíg Zára városát be nem vették és vissza nem szerezték. Zárát egy Ellerbach nevű serény német lovak foglalta el és vívta meg a király hadinépével. Egy éjszaka megmászta a város falait, igen kemény csatát vívott a velenceiek német és francia fegyveres hadinépével, maga is halálosan megsebesült és befejezte földi életét, miután legyőzte és megfutamította a velenceiek ispányát, vagyis oda kinevezett kapitányát, hadinépével együtt, és így megszilárdult Dalmácia tengerparti területein a király uralma. Miután a király visszanyerte teljes rendelkezési jogát Dalmácia és a városok felett, nem akarta a velenceiektől elfoglalt birtokokat továbbra is megtartani, visszaadta és békésen átengedte nekik a várakat és elfoglalt birtokokat, visszarendelvén onnan hadinépeit, azzal a kikötéssel, hogy Velence Dózséja és a tanácsurai esküt tesznek rá, hogy a király által visszaadott területeken senkit nem bántanak vagy büntetnek meg a király iránt tanúsított hűsége miatt. Utóbb azonban a velenceiek ama területek, s különösen Konejánó lovagjait, városi vezetőit és előkelőit esküjük megszegésével, a király nem tetszése ellenére lefejezték, kivégezték, és vagyonukat elkobozták. Ezen kívül, még amikor tartotta a háború köztük és a király között, Marino nevű dózséjukat több tanácsúrral együtt Velencében, a Dózse palotában felakasztották, azzal vádolván őket, hogy a királyhoz pártoltak. Igen, sok Trevizóit megöltek és számüzetésbe küldtek puszta gyanúsítgatás alapján. E területek visszaszolgáltatása után Trevizóvárosa végül is szerződés útján lipótnak, a király rokonának, Ausztria hercegének kezére jutott, és neki vetette alá magát. Lipót herceg a város feletti uralmat elfogadván egy ideig megtartotta, végül azonban hasonlóképpen szerződés útján Pádova urának, Kararai Ferencnek adta át tulajdonul meghatározott kikötések alapján kivonva hadinépét. a litvánok elleni hadjáratról. Egyébként személyesen indult el saját hadseregével és saját lovagi népével, meg más hozzá sereglő népekkel a litvánok ellen, akik rátámadtak a keresztényekre, de leginkább a királysághoz tartozó Oroszországra. Területüket és birtokaik nagy részét elpusztította, és fejedelmüket elfogta, de mikor ez nyomban hűséget és engedelmességet fogadott neki, szabadon bocsátotta, és szerencsésen visszatért Magyarországba. Hadjárat Oroszországba Utóbb még egy ízben indult erős saját és külföldi hadinéppel a Magyar Szent Koronának alávetett Oroszországba, hogy megvédelmezze ezt az országot a litvánok ellen. És miután megfutamította az ellenséget, győzelmében bizakodva az ország kormányzására nagy férfiakat nevezett ki Vajdának, illetve kapitányoknak, először Péter bánt, meg a Krisztusban tisztelendő atyát, Imre Egri püspök urat, és Cudar Györgyöt, utána meg a testvéreit, ezek után Bebek Imrét, és ő utána Kaplai Jánost. Mindezek jól és dicséretre méltó módon megvédték az országot és megtartották a Szent Korona fennhatósága és a királyúr úr kormányzása alatt. Háromszori hadjárat a pápa úr megsegítésére A boldog emlékezetű Ince, Gergely és ötödik Orbán római pápák kérésére elküldötte először Lackfi Miklóst, aki sok várost, mezővárost és várat visszahódított a római szentegyház hűségére, meghódoltatta a lázadókat és az apostoli szék legátusának, egyet kardinális úrnak a hatalma alá adta őket. Ő utána Móricz fia Simont küldötte el, de ez semmi eredményt sem tudott elérni, és ezért a királyi felség haragját vonta magára. Őt követően pedig Orbán pápa úr idejében Péter Bánt küldte el, hogy Bolonya városát megvédelmezze Milánó urai Bernabó és Galeazzo ellenében, akik ezt a várost megtámadták. Ez a Péterbán a várost megtartotta és megvédelmezte a pápa úr számára, és dicsőséggel tért vissza Magyarországra. Ausztria hercegének haddal való megsegítéséről. Utóbb aztán Ausztria hercegének az öreg Albertnak a megsegítésére elküldötte laszkfipált nagy sereggel, hogy ostrommal bevegye Zürich városát. Ezt hosszú ostrom után el is foglalta, és a herceg uralma alá hajtotta. a Bosnyák földre vezetett hadjáratról. A Bosnyák földre, amely szintén a királyi koronának volt alávetve némely lázadók vakmerőségének a megtörésére, elküldte a nagyságos férfiút Kont Miklóst, az ország nádori és a Krisztusban tisztelendő atyát Miklós Esztergomi érsekurat, országának néhány más bárója és lovagja kíséretében nagy hadsereggel. Ezek benyomulva ostrom alá vették zbornik várát, de elfoglalni nem tudták, és sok embert és hadi anyagot elvesztve távoztak onnan. E hadjárat alkalmával az egyik éjszakán az érsek és kancellár úr sátrából a király úr hiteles kettős pecsétjét, Beliál valamely fiai titokban ellopták, és bizonyos idő elteltével, miként később hitelesen kitudódott, Besztercében maguk a tolvajok összetörve eladták egy aranyművesnek. A király azonban e véletlen szerencsétlenségből megesett dologgal nem sokat törődött. Másik hiteles pecsétet készítetett, azt adta oda az érsek és kancellár úrnak. Az elveszett másik pecséttel kiadott kiváltságleveleket, és okleveleket pedig ezzel a pecséttel erősítette meg. A bulgáriai hadjáratról. Nem, de Bulgária is a magyar Szent Koronának van alávetve? Ide is benyomult hát nagy haderővel, és elfoglalva Bodonyvárosát. Az országot saját hatalma alá hajtotta. Szreszimír nevű fejedelmét pedig, aki magát a bolgárok császárának neveztette, elfogta és Magyarországba küldötte. És miután bizonyos ideig az Ágrábi püspökség, Zonmech nevű várában hozzá illő és tisztes őrizet alatt tartotta, visszaküldte őt örömmel bodonyba, hogy kormányozza az országot ő felsége nevében és fennhatósága alatt bizonyos feltételek és szolgáltatások mellett. A fejedelem azután, miként megígérte, meg is őrizte ő felsége iránti hűségét és engedelmességét. a Károly császár elleni hadjáratról. Ugyancsak személyesen indult Morvaország tartományai felé Károly császár úr, a híres neves uralkodó ellen nagy sereggel és haderővel. Levélben üzent hadat a császárnak és bevonult Trencsén városába, serege pedig a környező mezőn és réteken telepedett meg. De közben mikor seregével megindult volna, hogy megrohanja országot, a császár nevében megérkezett trencsénbe, a svidnyicai herceg bizonyos más bárók és lovagok kíséretében, hogy a békéről tárgyaljon. Fegyverszünetet kötöttek tehát, és a béke megkötésére Kunt Miklós Nádor Ispán és Bebek István országbíró ment a császárhoz néhány lovaggal Brűnbe, ahol a császár nagy seregei számos lovagja összegyűlt. Mint hogy közben a király serege szétoszlott, békekötés nélkül tértek vissza. A Morvaország elleni hadjáratról Ezután László urat Oppel hercegét és Péter Bánt elég erős hadinéppel Morvaországba küldte. Ezek ott gyújtogattak és igen nagy károkat okoztak, majd visszatértek hazájukba. A Lengyelország elleni hadjáratról. Idő haladtával, miután nagybátyja Kázmér Lengyelország királya meghalt, hatalmas hadsereggel benyomult Lengyelországba, ahol nagybátyja után az örökösödés jogán szerencsésen királyjá koronázták. A havasalföld elleni hadjáratról A havasalföldi területeket, amelyek a Szent Koronának voltak alávetve, szintén személyesen támadta meg Bulgária felől. Másrészt meg a Székelyföld felől erős hadsereggel és Erdély nemeseivel és a székelyekkel odarendelte Miklós Erdély vajdát, Móric fia Simonnal, és más hatalmas lovagokkal együtt havasalföld vajdája a királyi felség ellen fellázat lajk ellen, hogy támadják meg a havasalföldi vidéket. Lajk like ekkor a Duna mellett telepedett le nagy seregével, bolgárországgal szemközt, hogy őrködjön és megakadályozza a király benyomulását. Miklós Vajda pedig a mondott seregével átkelt a Jalomica folyón, az erődítményeket és sáncokat, amelyeket az oláhok emeltek, haderejével bevette, harcba bocsátkozott és kemény csatát vívott Lajk like Vajda nagyszámú seregével, melynek kapitánya a Dombrovicai várnagy az Olá Dragmerispán volt. Győzelmet aratott, sok embert legyilkolt, és a kapitányt futásra kényszerítette. De aztán, mivel gyakran megfeledkezett az óvatosság nyújtotta segedelemről, az ütközettől kimerülten a forgandó szerencse lendületében meggondolatlanul előre nyomult, csapdák, sűrű, tüskebozótok és nagy szűk szakadékok közé szorult. Az erdőkből és a hegyekből az oláhok nagy sokasága rohanta meg, ott lelte halálát alvajdájával, Péterrel, a tekintélyes férfiúval, meg a vasnak nevezett Dezsővel, és vörös Péterrel, küküllő várnagyával, székely Péterrel és Lászlóval, ezekkel a vitéz férfiakkal és igen sok lovaggal, és előkelő nemessel együtt. És amikor a sereg magyar hadinépe hátat fordított és futásnak erett, a mocsaras, ingoványos csapdákkal tele és körülzárt vidéken sokakat megöltek közülük az oláhok, alig néhányan menekültek meg, sok embert és hadi anyagot vesztettek. Miklós Vajda holtestét nagy küzdelem árán kimentették az oláhok keze közül, és Magyarországra hozták, hogy Esztergomban a boldogságos szűzmária klastromában eltemessék. E kedvezőtlen eset megtörténte után, amikor a szerencse ismét kedvezőre fordult, Garai Miklós, macsói bán, ez a serény és harcias férfiú a király hadseregét melvédekkel és tornyokkal felszerelt hajókon nagy elszántsággal átszállította a Dunán a lajkvajda harcosainak és íjászainak, a záporként nyilazó oláhoknak támadása ellenére. Erre az ellenség megfordulva futásnak eredt és úgy elpárolgott, mint a füst. A hadsereg többi része szörény felől nyomult be az országba, és el is foglalta. A király ekkor először felépítette szörényvárát, néhány év múlva pedig Brassóban, a havasalföldi határnál az igen erős törcsvárt építette fel, fegyveres hadinéppel, angol gyalogosokkal és számszeri erősítette meg a várőrséget, és meg is tartotta birtokában. különféle hadjáratai ellenségei ellen. Csak nem minden évben vagy minden harmadik évben hadat indított ellenségei és a lázadók ellen, leggyakrabban a rácokkal és a moldvaiakkal szemben kellett elővigyázatosnak lennie. Rácországot illetően pedig leginkább Oslfia domokos macsói bán szemerével a vicebánnal később meg Garai Miklós, ez a nagyon tevékeny, serény és a háborúban felettébb körültekintő férfiú, aki ifjú korában lett bán, fáradozott azon állandóan, hogy ezt az országot a királyi fennhatóság hatalma alatt megtarthassák. Maga a király bölcs és igen bőkező volt, sok háborút viselt szerencsésen, és sok mindent visszaszerzett országának. Hadi dicsőségén kívül a tudományokban való jártassága miatt is híres volt, nagy kitartással foglalkozott a csillagászattal, és erényeinek tökéletessége még a barbároknál is nagyon kedvelté, nevét sok nemzet előtt dicsővé tette. Jámbor volt a katolikus hitben, a szegényeknek szívesen adott, tiszteletben tartotta az egyház jogait, és bőven megjutalmazta az egyház szolgálatait. Az uralkodása alatt történt eseményekről. Miután pedig a bölcsmondás szerint a jó cselekedeteknek dicső a gyümölcse, és tiszteletre méltó az emléke, azért méltán és nem érdemtelenül feljegyezzük ide mindazt, ami az ő idejében, az ő gondoskodása mellett jámbor igyekezete jóvoltából végbe ment. A zsidók kiűzéséről A hit terjesztője lévén katolikus hitre akarta téríteni a zsidókat, és meg akarta nyerni őket Krisztusnak. Amikor azonban tervét a zsidók megáltalkodott makadsága miatt nem tudta megvalósítani, az összes zsidókat elbocsátotta egész Magyarországon, és elrendelte, hogy űzzék ki őket. Javaikat és falánk kamatszedéssel felhalmozott vagyonukat azonban megvetette, mint a sarat, nem akarta sem birtokába venni, sem lefoglalni. A zsidók valamennyien kivonultak Magyarországról és szétszóródtak Ausztriában és Csehországban. A pálos remeték szerzetes rendjéről és a rend áttelepítéséről. Végül Szent Pál első remete szerzetes rendje a remete barátok rendje virágozni és gyarapodni kezdett Magyarországon. A mondott rend ősatjának Szent Pálnak testét Velencéből Magyarországra hozták, és Buda mellett Szent Lőrincen a remeték klastromában a hegytetőn helyezték el ünnepélyesen. E helyen tisztelik e Szent Atyának érdemeit, nagy néptömeg szokott itt összegyűlni Isten dícséretére. Először ugyanis a királynak boldog emlékezetű atya Károly király hozta be a mondott rendszerzeteseit, de kevés gyülekezetük és rendházuk volt. Úgy, mint a Szent Lőrinci, a Pirisi erdőben pedig a Szent Kereszti, Szent Léleki és Szent Lászlói rendház. Más helyeken is laktak remete néven kóborló világiak. Kolostor alapítása a remeték számára Nosztrán. Lajos király az említett rend számára díszes művű kolostort építetett Nosztrán. Kolostor alapítása a kartauziak számára Lövöldön. Egyébként a kartauzi barátok rendje számára Lövöldön a bakonyban épített kolostort, és bőségesen ellátta javakkal. Két kápolna alapításáról Egy szép és csodálatos művű kápolnát építetett Ahenban, egy másikat meg Mária Celben, a boldogságos szűz tiszteletére. Bőségesen és bőkezűen ellátta javakkal és drága felszereléssel ékesítette az Isten tisztelethez szükséges edényekkel, kejhekkel, könyvekkel és különböző egyházi ruhákkal és egy-egy színarany kehelyjel. Bőkezűségével és példaadó cselekedetével sok bárót, lovagot, nemest és a főpapok közül is egyeseket rávett hitbeli buzgalmának követésére. Ezek aztán földeket adományoztak a remeték említett rendje számára, kolostorokat építettek, és javakkal is ellátták Isten dicsőségére és Szent Pál tiszteletére. A kulok megtérítéséről Boldogságos István király példájára, akit az isteni gondviselés választott ki arra, hogy Magyarországon az új hit alapjait lerakja, s aki az apostolokat követve a hívők szívét mennyei lelki esővel öntözte, ugyanígy Lajos király is, az úr nevének dicsőségére, hogy terjedjen a keresztény vallás az apostoli széknél jámboran sürgetve törekedett a tatárok vallását követő kunok népének a katolikus hitre való térítéséről. Enépnek, amely már oktatás nyert a keresztény hitben, az apostoli széktől nyert felhatalmazás alapján a minorita rendő barátok látták el lelki gondozását, gyakorolták a plébánosi jogokat és kiszolgáltatták nekik az egyházi szentségeket. Így napról napra erősödtek a hídben. A boszniai patarénusok megtérítéséről. A boszniai patarénusokat, akik nagyon elszaporodtak és különféle tévtanokba bonyolódtak a király támogatásával, Peregrin boszniai püspök úr, E nagy jáborságú és tudományú, minorita rendű férfiú megtéríti és megkereszteli. Szlávok megkereszteléséről A lippai kerület szláviai ez a kemény nyakú nép szintén megtért és megkeresztelkedett. A katolikus papok Szent Jeromosnak, az egyház tanítójának a fordítása szerint részesítették őket az Anya Szent Egyház egyházi oktatásában, de most, mint beszélik, hitüket elhagyták, visszaestek régi tévegésükbe, és még sokkal rosszabbak lettek. Bogdán Vajda Moldvába való visszaköltözéséről az ő idejében a Máramarosi oláhok vajdája Bogdán maga köré gyűjtötte a vidék olájait, visszatért titokban a magyar korona alá tartozó Moldva földjére, amely a tatárok szomszédsága miatt hosszú idő óta lakatlan volt már. És bár a király gyakran támadt rá haddal, az e területen lakó oláhok száma nagyra nőtt, országgá gyarapodtak. A vajdák pedig, akiket az ország olájai választanak, a magyar király hűbéreseinek vallják magukat, hűbéri szolgáltatásra vannak kötelezve, és arra, hogy a szokásos adót megfizetik. A pestis járványról, éhinségről és földrengésről. Uralkodása idején egyes helyeken, sőt, egész Magyarországon és más szomszédos országokban is pestis járvány volt. Nagy méreteket öltött az éhinség is több alkalommal, egyrészt az aszályos időjárás és a viharok miatt, másrészt, mert a sáskák, és az egerek, a búzakalászokat és a többi vetést is lerágták. Több ízben nagy földrengés is volt egyes helyeken. Az udvarnokok és más szolgáltatásokra kötelezett népek mentesítéséről. Az ő idejében sok udvarnok és a királyi udvar szolgálatában álló és különféle szolgáltatásokra kötelezett ember mentesült és felvétetett az ország nemeseinek gyülekezetébe, mivel háláját mindenkivel szemben birtokok adományozásával mutatta ki, és mert bőkezű és kegyelmes volt mindenkihez, mindenki mód felett szeret. a király feleségeiről és gyermekeiről. Úgy gondolom, azt is érdemes elmondani, hogy az említett Lajos királynak, mint ismeretes, két felesége volt. Az első a hírneves Margit, a fényességes Károly fejedelem úrnak volt a leánya, aki akkor Morvaország űrgrófja volt, és aki utóbb császári méltóságra emeltetett. Ez gyermektelenül halt meg. Második felesége, a nemes Erzsébet úrnő, az említett István bánnak volt a leánya. Három leánya született tőle, tudnéli Katalin, Mária és Hedvig. Katalin korai halállal halt meg, még gyermekkorában. És mivel a királyi nemzetségből származó sarjadékoknak olyan fényes házasságot kell szerezni, hogy a belőle származó utódok a fényes származás rangjával ékesedve tündököljenek, Fényes nemzetségének emelésére Máriát a fenséges fejedelemmel Zsigmond Brandenburgi őrgróffal jegyezte el házassági szerződéssel, amikor még mindketten gyermekkorúak voltak. Zsigmond császári nemből császári fényben ragyogó atyától származott. Erőzőleg a király megtanácskozta az ügyet a felséges királyné asszonyokkal, anyjával és feleségével, Továbbá a főpapokkal és az ország báróival, majd a császárnénak, Zsigmond anyjának és Csehország báróinak jelenlétében nagy szombatban nagy ünnepélyességgel és vigassággal megülték az eljegyzést. Zsigmondot neveltetés véget magánál tartotta, most a király tróra emelve feleségével együtt uralkodik. Hedviget pedig, atyának halála után, Lengyelország királynőjévé koronázták. Utóbb aztán Lengyelország főurai, bárói és nemesei Jagulához, a litvánok hatalmas fejedelméhez adták őt feleségül, amikor ezt testvéreivel együtt megtért a katolikus hitre és megkeresztelkedett. Ezt a Jagulát aztán ünnepélyességgel Lengyelország királyává koronázták, és Lászlónak nevezték el. Hasonlóképp boldogan együtt uralkodik a feleségével abban az országban. Az ország kormányzásáról, békéjéről és nyugalmáról. Midőn a király az ezután következő időkben hatalmának teljességében uralkodott az ország trónján, minden boldogságát Istenbe helyezte. Mivel tőle származik minden, és egész uralkodását és kormányzásának minden gondját neki rendelte alá. Az igazság őreként nem kényekedve és saját akarata szerint kívánt uralkodni, semmit sem akart megfontolás nélkül és törvény ellenére tenni, mivel a rátermett ész körültekintéssel, uralkodói bölcsességgel, az Erény jóvoltából uralkodik. Az ország kormányzásában körültekintő megfontolás és törvény szerint jár el. Erős volt a származása alapján őt megillető kormányzásban, nem is emberi indulatból, hanem inkább isteni sugallatra, vágyait és törekvését arra irányozta, hogy királyi szent elődeinek és atyának nyomdokait követve, kikben a legteljesebben és a legtökéletesebben élt a hit lelkesedése és a keresztény vallás, megőrizze országait meg a hatalmának alávetett területeket és népeket szabadságjogaikban, szokásaikban és törvényeikben, igaz békességben és nyugalomban. És győzelmesen megvédelmezte őket kivált kép azokat, akiket ő nyert meg az úr számára a hitnek, az ellenség különösen a pogányok áskálódásaitól és támadásaitól. Országának egyházait is megtartotta jogaikban és kiváltságaikban, és gyarapította a világi javakban. Lajos király elmélkedő életéről Miután pedig fontolóra vette és meggondolta, hogy országai és birtokai körös körül mindenféle békességben és nyugalmas állapotban virulnak, Eltökélte magában, noha gyermekkora óta szerfölött szerette megszokásból és szórakozásként a vadászatot, hogy mégis félretéve a földi dolgokkal való foglalatoskodást és gondokat, melyeket bűn nélkül intézni nehéz dolog, a test vágyait megfékezve és maga alá gyűrve csak az Isten parancsainak engedelmeskedik. Hiszen minden, ami testi, olyan, mint az elszáradó fű, és minden földi vágy olyan, mint a mezővirága, félre vonult az emberi sokaság nyüzsgésétől, és az ájtatos elmélkedő életet választotta magának, hogy szívvel, lélekkel és teljes áhítattal élhessen a jámbor cselekedeteknek, és imádkozásba merülhessen. Ebben álhatatosan meg is maradt. Lajos király haláláról. Végül itt hagyta egy küzdelmes életet és az örök élet után vágyakozva a Zsoltár író ama mondása szerint, jó nekem az Úrhoz szegődnöm, és Uramba, Istenembe helyezni reménységemet. Az Úr hívására eltávozott ebből a világból szeptember havának 11. napján. Kevéssel ezelőtt egy csodálatos üstökös tűnt fel. Halála miatt akkora gyász az országban, hogy szinte mindenki megsiratta. Eltemették Székesfehérvár városában, abban a kápolnában, amelyet ő építetett a boldogságos szűz káptalani temploma oldalán. Az úr 1382. évében, 40 évig és 22 napig uralkodott. Máriának, Lajos király lányának megkoronázásáról. Lajos király halála után a király koronával megkoronázták lányát, Mária úrnőt, akit házastársulattak Károly császárnak és Csehország királyának a fiához, Zsigmondhoz. Ez a Mária úrnő talán négy évig uralkodott, és az uralkodás jogát átadta férjének Zsigmondnak, és beleegyezett abba, hogy Zsigmondot még az ő életében Szent István király koronájával megkoronázzák. Nem sokára meghalt, és a Váradi Egyházban temették el. Ebben a Mária királynéban kihalt Magyarország Szent Királyainak törzse mindkét nemben. Zsigmond királynak, Károly császár és cseh király fiának a megkoronázásáról. Zsigmond királyt, a császárnak és csehország királyának fiát Magyarország főpapjainak, báróinak és nemeseinek közös egyetértésével és akaratából királyjá választották, és életének 20. évében megkoronázták. Összesen 50 évig és 9 hónapig uralkodott. Mária úrnőnek a halála után, aki gyermektelenül halt meg, Cillai Herman gróf leányát Borbálát vette feleségül. Tőle született egyetlen leánya név szerint Erzsébet, akit utóbb Albert ausztriai herceghez adott feleségül. Aztán ugyanezt a Zsigmond királyt előbb római, majd cseh királyá választották, végül Rómában császárrá koronázták. Az úrnak 1437. esztendeiben életének 71. évében halt meg, és a Váradi Egyházban temették el. Albert király megkoronázásáról. Zsigmond király halála után vejét, Ausztria hercegét, Albertet választották királjá, Zsigmond leányának, Albert feleségének, Erzsébetnek személye iránti tiszteletből. Az úr körülmetélésének napján az 1438. esztendőben koronázták meg. Egy évig és tíz hónapig uralkodott. Egy fia született név szerint, utószülött László. Meghalt pedig Simon és Júdás előestéjén, az úrnak 1439. esztendejében. Székesfehérvárót temették el. 5. László királynak, Albert király fiának a megkoronázásáról és arról, hogyan hozták be Lengyelország királyát, Ulászlót, hogy megkoronázzák. Albert király halála után Erzsébet királyné, a hitves társa áldott állapotban maradt, de nem lehetett tudni, fiút vagy leányt fog-e szülni. Eközben a főpapok és a várók Lengyelország királyáért, Ulászlóért küldtek, de még mielőtt behozták volna őt, a királyné fiút szült Lászlót, és ezért tiltakozott Lengyelország királyának megválasztása ellen, és megkoronáztatta a három hónapos gyermek Lászlót. Mind a mellett behozták Ulászlót, Lengyelország királyát, és egy másik koronával, amelyet Szent István király földi maradványairól vettek le, meg is koronázták. Ezeknek megtörténte után a királyné László fiát az ország koronájával együtt Frigyes római király és osztrák herceg kezére adta. Ulászló az országban dúló viszályok közepette csaknem négy évig uralkodott, és a törökök elleni háborúban a tenger mellett várna várának közelében veszett oda az úrnak 1444. esztendejében. A legkiválóbb erényekkel ékeskedő uralkodó volt, vallásos, jámbor, tiszta életű, igazságos és bátor a hadakozásban. Ulászló halála után és az alatt, amíg a gyermek László frigyes római király keze közt volt, Hunyadi Jánost az ország kormányzójává választják. Ulászló után és amíg a gyermek László frigyes római király keze közt volt, az ország állapota veszélyesre fordulván kormányzóvá választották a boldog emlékezetű Hunyadi János akkori erdélyi vajdát, aki közel nyolc évig kormányozta az országot, Számos ütközetet vívott, legtöbbször megfutamította a törököket, de két alkalommal őt is megfutamították a törökök. Az országot jobb állapotba hozta, mint amilyenben megkapta. Végül az ország kormányát László király kezébe adta, az pedig érdemeinek elismeréseképpen Beszterce örökös grófjává tette meg. Végezetül, miután a törökök császárát Nándor Fehérvár várának, vagy erődítményének ostromától elkergette, a szerencsés győzelem birtokában ugyanitt Nándor Fehérvárott meghalt az úrnak 1456. évében. A Gyula Fehérvári Egyházban temették el. László királynak Magyarországba való visszahozataláról. Lászlót, Albertnak, a rómaiak Magyarország és Csehország királyának a fiát 12 éves korában kiragadták Frigyesnek a rómaiak királyának keze közül, bár Frigyes Magyarország királyi koronáját visszatartotta. Az ifjú derék erkölcsökkelékes, szemérmes, hűséges és korához képest bölcs is volt, és még János kormányzósága alatt kezdett uralkodni. Utóbb, amikor Csehországban volt, Életének és megkoronázásának 18. évében meghalt, és ugyanott a Székesegyházban temették el az úrnak 1457. évében. Mátyás király megkoronázásáról. László király halála után Magyarország királyává választották a boldog emlékezetű Hunyadi Jánosnak, Beszterce örökös grófjának felséges fiát, Mátyást. Az úrnak 1458. évében. Bár a külföldiek, mint a csehek és a lengyelek, valamint a Szent Koronának alávetett más lakosok sokat ármánykodtak ellene, Mátyás szembeszállt velük, mint bátor és győzhetetlen oroszlán. Igen erős hadsereggel bevonult Bosnyákországba, és Jajca igen erős várát dicsőségesen kiragadta a törökök keze közül. Aztán győztesen visszatérve Magyarországba, Székesfehérvár városában elnyerte Szent István király koronáját, amely Frigyesnek a rómaiak császárának birtokában volt. Azután hatalmas sereget gyűjtve a moldvai földre vonult be, a Szent Koronának alávetett tartományba, amely abban az időben fellázadt. Itt elkeseredett ütközetben hírneves és emlékezetes diadalt aratott. Igen sok zászlót hozott innen Budára, híres győzelmének jeleit, és ezeket nagy ünnepélyességgel a boldogságos szűzmária plébánia templomában tűzette ki, ma is láthatók felséges és győzhetetlen urunknak, királyunknak, többi nevezetes és emlékezetes tetteit, mivel oly sok van, és mivel ezeket röviden összefoglalni nem lehet, más alkalomra kell halasztanunk, és részletesebben kell majd elbeszélnünk. A jóságos és hatalmas Isten pedig újból és újból kérlelnünk kell, ami felséges és kegyelmes urunkért, hogy kegyeskedjék őt nyugalmas békében, az igazság megtartásában, övéinek szeretetében, az ország gyarapítására hosszan és egészségben életben tartani, megőrizni és gyarapítani. Elkészült Budán az Úrnak 1473. évében, Pünkösd vigíliáján, Hess András által. Budára, jössz te gyorsan, tanácsba Budára. Tanácsba gyűlt a budai úrné, kit tegyenek koronás királynak, de nem tudnak egyességre jutni. Ki tegyenek koronás királynak, el Se, mert a gyermek nem való. Buda városában, de utána futott kicsi mátyás, utána futott kicsi mátyás. Várj meg, várj meg, édesapám kedves, de ő pedig lennem nem tehetett semmi csak bevárta azt a kicsi maga elé a nyerekbe tette. S hogy elérte Buda városába, Igyen szóltak a budai bánok. Megmondtuk, mint hogy magadba jöjjél, mert a gyermek nem való tanácsba gondolták az úr a Budában. A koronát magasra hajítják, akinek a fejére lehullik, azt teszik meg koronás királynak. korona keringett és forgott, soda hullott Jankónak fiára, A Jankó kisfiára. Kicsin fia megütötte, éppen csak megcsapta, Fekete vér borította testét, Bezárta a vást a Földobták a koronát magasra, S a korona keringett és hullott. A hullott a a toronyra, át a tornyon Jankónak fiára, kis Jankó kis fiára. Szólt a kekkor a budai bánó, Jankó vajda nagy a te szerencsét. Szerencsés a te gyermeked, Mátyás, ő a koronás.